Turzó Gábor belváros és vidéke. A környék, noha csak pár lépéssel odább, mégis más volt, mint a miénk. A házak kopottabbak, öregebbek. Az üzletek egyszerűbbek. Persze voltak különleges üzletek ezen a vidéken is, de csak egy-egy. Las Torres Gyula porcelánüzlete, Rutter Schmidt jószagú sütödéje, a hatalmas Zimmerman féle vas- és edénykereskedés. És voltak utcák, keskenyek, csúfak, sötétek, szinte félelmetesek, mint a Molnár utca, a képíró, a bástya utca. Reggel kinyitom a spalettát. Fából van ez a spaletta, több mint száz esztendős, de nem vetemedett meg. Időálló, mint a ház, ahol születtem, és ahol azóta élek. Az ember élet felén jócskán túl, ugyanabban a szobában. Szerencsés volt a csillagzatom, sosem kellett elhagynom sem a házat, sem a szobát. Még a fekhelyem is az, amelyen születtem. Családi ágy akkor, most átszabva, átalakítva heverővé. Kinyitottam a spalettát. Szemben velem a miénkkel egykorú egyemeletes vinkelház, mi már csak benszülöttek, itt az Erzsébet híd és a Szabadság híd között így hívjuk, fölötte fukarul mért ég, egy tenyérnyi. Fényt eget erraból két sok emeletes szomszédja, Két kisé nagyzoló bérpalota, Erkélyekkel faragott hatalmas mészkőkoszorúk az egyiken, Szecessziós lilapáva, potyognak már a kövei, Mozaikból a másikon. Szemben velem sorra az üzletek, Van, amelyik zárva még, van, amelyiket most nyitnak. Kisré megváltoztak ugyanaz évtizedek gyötrelmei alatt, de egy híján valamennyinek ugyanaz a rendeltetése, mint akár száz évvel ezelőtt. Csak éppen cégérüket cserélte ki az idő, és persze a történelem. Már nem a terebélyes, szakállas, zsiganéni, a hajdani balettpatkány, zserárbohóc anyósa árulja a zöldséget, gyümölcsöt, hanem a zöldért vállalat egyik fiókja. Kevesebb gonddal ügyelve az áru mindig változatlan minőségére, mint egykor zsiga néni. De erről nyilván nem a szorgalmas bolt vezetőnő tehet. Winkle Nándor képkeretező boltja helyére, egyházzal odébról az éppoly nevezetes Gébert költözött. De hát képkeretező, neves aranyozó ő is, ha kell, csak átugrom a túloldalra, és rámáztathatok, aranyoztathatok. Erre egyelőre nincs szükségem. Egyetlen aranyozott keretű kép van a lakásomban, a nagyanyám 1848-ban. Annak az aranyát még nem fosztotta le az idő. Nagyanyám most már csak így, festményen őrzi a házat, melyet egykor az apja rakatott. Valaha balogúr árult rövid árút, háztartási cikket, udvariasan a legjobb árút kínálva, ahol most a háztartási bolt van. Időálló cipőpertlit nyilván ott is kaphatni, mint a hajdan volt balogúrnál. A karosszékben egy bugyor mosnivaló, csak át kell vele mennem a túlsó oldalra. A kovald fest és tisztít helyén, a patyolat 28-as számú felvevőhelye. Leviszem, várok velem a kutyám, kezdődik a mindig izgatott reggeli séta, számára a környező kisvilágnak mindig újat ígérő felfedezése. Amíg számba vesznek lepedőt, pizsamát, zsebkendőt, kinézek a kirakaton. Szemben velünk a mi házunk kétemeletesen, ahogy talán a híres Citterbart Mátyás építette valaha. Csak ott, a mi házunk földszintjén szűnt meg mindenféle élet. A pékséget felszámolták, a cukrászat is megszűnt, most a volt üzletben, műhelyben nyilván csak egerek, patkányok lebzselnek, a liszt, a kenyér szagát nem söpri ki onnan semmi. De most is működik a patika, csak éppen nem Zöffer úr méri már a gyógyszereket, keveri a kenőcsöket. Mellette órás van most is. Szabóság a finom szepességi vászonáruk boltja helyén. De hát ez sem nagy változás. Elindulunk, a kutyám meg én, vezet a pórázon engem. Minden a régi helyén, csak persze icipici korrekcióval. Mürserberger úr egykori szűk fűszerkereskedése elterebélyesedett az idők folyamán, és úgy hívják közért. Megvan a déri trafikja is, csak éppen dohány árudára keresztelték áll szépen tatarozva az angol kisasszonyok temploma és zárdája. A templom csinosabb lett, és most már Szent Mihály templomnak hívják, a zárda lakályos otthona, a vámos Ilona ápolónő és szülésznő képző iskola kurta szoknyás növendékeinek. A templom kapun egy-egy litánia után most is tömjén szakszökik az utcára, s akár csak egykori műhelyünkben a liszt képzeletbeli illata, a zárda öblös kapu aljára is ragad még a hajdani tömjénből valami, és a kegyes angol kisasszonyok nyilván pirulva menekülnének, ha látnák kapuzárás előtt a zokogva, telhetetlen csókba összeforva búcsúzkodó ifjú bábákat és szerelmüket valahonnan egy messzi faluról, a szabadságos honvédeket. ez a fél Váci utca még most is, akár csak gyerekkoromban, valóságos kisváros, ahol minden egyugrásra elérhető. Elromlott az órám. Állami és maszekórás is akad, nem kell messzire mennem, két háznyit legfőjebb. Cipő talpalás, a negyedik házban a flexuster. A kapuajak kirakatok, asztalosokat, szobafestőket, lakatosokat, villanyszerelőket ajánlanak, csak a vízvezeték szerelő került messzire, a Magyar utcába, de az is itt van öt perc sem a hajdani városfal tövében. Nincs gond semmire nálunk az Erzsébet híd és a nagy között. Legfeljebb virágért kell a fővárosba menni, vagyis a Váci utca előkelő bár fokhíjas felére, mert megszűnt Reihard Alíz férjezett né üzlete s helyét a gelka foglalta el, mint hirdeti, a közönség szolgálatában. És persze a Sörház utcában már egy százada nem csapolnak hazai sört, de hogy nevét elneveszítse, sörbár nyílt a sarkán, Vernez Grüner sört mérve. A só utcában nem árulnak már sót, a pintér közben hiába keresnénk pintéreket, a Molnár utcában bőven találhatunk, ha szükségünk van rá, kárpitosokat, Molnárt azonban egyet sem. Gyerek utám, mondom, nézzünk körül, mi áll még, mi változott meg. Az újvárosház mellett vadregényes, fákkal, bokrokkal benőtt kertecskében a parányi szerb templom, vasrács körülötte, falához kőkerítéséhez dőlve régi sírkövek, sírkeresztek őriznek ismeretlen rác halottakat. hívője. Nem igen, hisz kevés környékünkön a szerb, bár valaha a mi háztömbünket szerbek lakták, már negyedik Béla korában itt volt a Rácsváros, a mi házunk alaprajza most is ugyanaz, mint akkor, hány évszázaddal ezelőtt is. Ez a sűrű vadonkert, ez mindig rettegéssel töltött el. Milyen különös világ lehet itt, milyen különös szertartások. És ugyanez a gyerekfélelem, ha a Károlyi Palota magas kőkerítése mellett, a kerítésen betonba szúrt üvegcserepek osontam el. A gróf már nem lakhatott persze ott, de a nagyobb kamaszok csodákat meséltek a kertről, benne egy rozzant pavilonról. Már itt is vagyunk, álljunk meg kutyám. Ma már semmi titok nincs, ami borzongasson. A metró felvonulási épületei, aknatornyok, munkásszállások, magas palánkkerítés feliratokkal, az egyik közli idegeneknek tilosabb bemenet, a másik magas díjazásért mélyépítő munkásokat keres. És már ott a hajdan kétes hírű Magyar utca, rossz hírű házaival és rossz hírű leányaival. Meg kell állnunk az egyik előtt, a kutyámnak okvetlenül szimatolnia kell valamit, ez a takaros, rossz ház, most akszínészek otthona. Közelében, amennyi a városfalból megmaradt. Meg kell nézni ezt is, tisztelegve a várost építő ősök előtt. Minden megvan, így vagy úgy, nem kell emlékek közt kutatni, hogy rátaláljak. És itt van, már kikanyarodtunk a bástya és a szerbucából, a Duna. A változhatatlan Duna. Itt, a két híd közt, mintha mindig nyugtalan lenne egy kicsit piszkos tarajos tükre. Le kell ülni. Meg kell pihenni a kikötőnél. A Gellért hegy tornyosul a túlparton, sziklafal, zegzugos utak, sűrű fák felett a citadella, és ami új és más, a szabadságszobor. A gyerekkori húsvétok, búcsú a Gellért hegyen, a rozzant kálvária, a kis, vörös fedelű templom, mennyit jártunk ott mi gyerekek. És ott a tar hegy, megmásztuk azt is. De ezek a hegyek, ez már a belváros vidéke. Itt vannak tíz perc villamos útra, kinyújtott karral elérhetők talán, de akkoriban ez már a vidék volt, valahol nagyon messze. Felkészültünk alaposan, ha arra merészkedtünk. És milyen varázsos messzeségben volt a nádasban fuldokló feneketlen tó, vagy az összekötő vasúti híd, és a műegyetem közt a festőpaletta alakú tavacska nádasaival, apró bozontos szigetecskéjével, halászaival, akik alkonyatig várták a szerencsét. Mennyit lestük, fognak-e halat? Mert alkonyatkor jártunk kis tráfszekéren, vitte ki a kocsis a szemetet, s mi lógattuk lábunkat a szekér végén, s azt reméltük, a szeméthalmokban talán mi is találunk valamit, mint a guberáló szegény emberek. Még most is orromban az ilyen nyári, forró alkonyatokon tüzet fogó szemét füstjének a szaga. A Duna tavacskává itt, a mocskos vízben csak a halak úztak, és a guberálók áztatták lábukat, fürödni a híd másik oldalán, a tiszta vízű öbölben fürödtünk. Gondozatlan, kövecses, gazos partján napoztunk, és ide eveztünk fel Budafokról, ahol másfél évtizeden átnyaraltunk. De Budafok már nem a belváros vidéke volt, hanem a külföld, idegen világ. Úgy készültünk a nyaralásra, mintha esetleg a világ végére mennénk. Vitt a Duna a csepeli partról lilán csillámló petróleumfoltokat hordott, rezektetett, és vitt a Duna a gellért hegy alatt az ingyenuszadába. Ingyen nyilván azért volt, mert alig-alig sütötte a nap. És vitt a Duna a zöld falu Bejcserben, az Erzsébet hídnál, ahol már fizetni kellett természetesen. Az én belvárosom, a hivatalosan annak nevezetnek a fele és a vidéke. Itt éltem le az életemet, itt élem talán a végét is. Gyerekkoromban nem kellett a falakon túl menni. Minden, ami ezen a város magon kívül volt, idegenség, a vidék. Néha portjára indultam gyalog, szinte bűnösen lopakodva a Rákóczi út elejétől az Andrási útig nyíló átjáróházakon. Vagy a messzi-messzi boráros térre, raktárak, gyáracskák, malmok különös tájékára. És mindig ki tudja miért, bűntudatot éreztem, mintha megszöktem volna. Jó volt hazatérni a meghitbe, megszokottba, ahol semmi sem történt, ahol esténként a kapukba ültek a házmesternék, és ahol emlékezetem óta egyetlen rémisztő esemény történt, hat házzal tőlünk a vészjósló nevű Oreskovics Bogumilné megölte Raffersberg írmát, beágyazta a tetemét, s rajta aludt szegény vén varró lányon egy fél nyarat. Ez volt az egyetlen szenzáció, ott tolongtunk mi is a kíváncsiak közt, lesve a megbilincselt boszorkát. Ami más szenzáció volt, az már közös az egész várossal, az országgal. Megtépázott házakat, utcákat, embereket az ostrom. De túléltük, és mi itt a két híd között elmondhatjuk, megvan minden, ami egyszer volt. Hosszú ez a séta a mi utcáinkon, az emlékeimben. Haza kéne menni már. De előbb van még valami dolgom a felszabadulástéren. A kutyám hirtelen ingerült lesz, már nem húz olyan kezesen a pórázon. Én pedig tétovázok, hol is a felszabadulás tér, melyet korábban aponyi térnek hívtak, a fehér szakálú aponyi Albertről, a mi kis belvárosunk állandó képviselőjéről elnevezve, még régebben pedig kígyó térnek. Elvész a tér a palánkok mögött, Toronydaruk járnak, kompresszorok zúgnak. A zajban sietve megyünk, beszorítva palánk és üzletsor közé. Egy pillantás valamelyik hasadékon, kivájva már a tér, a mély belátni. Látni ezt a megbolygatott szülőföldet. Épül lármában, verejtékben a metró, az aluljárók titokzatos Innen még kiismerhetetlen hálózata. Csak gyorsan el, vissza, mint hajdan a gyerekkorban, amikor a belváros vidékére merészkedtem, kíváncsian és mindig félve. Ez a nap is elmúlt. Becsukom a spalettát, de még kinézek egy pillanatra. Most is kint ülnek a langy estében a kapuk előtt a házmesternék. Már kirekeztette a spaletta a világot, s most nem tudom, valóban ott ülnek-e még a házak előtt a házmesternék, vagy csak visszatévedtem a múltba. Melyiket a tizenkettő közül? Hadd kezdjem el úgy, mintha mesét mondanék. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, és annak tizenkét gyereke, és egy gazdag özvegyasszony, annak meg egyetlen egy sem. A gazdag belvárosi pékmester egy őszi napon meghalt. Ott ravatalozták fel a házban, a kapuboltban, ahogy akkor a nyolcvanas évek végén még szokásos volt. Szép, terebélyes férfiú volt a pékmester, széltében hosszában megtöltötte Ferenc Jóskás teste a koporsót. A boltot persze csak a temetési szertartás idejére zárták be, kenyérből, zsömléből egy percre se fogyhatott ki a belváros a szép, tekintélyes, kicsit szigorú arcú özvegy a ravatal mellett ült egy karosszékben. Lobogó gyertyaerdő fényében, súlyos koszorúk fonnyadó illatában fogadta a tisztelgő ismerősöket, kuncsaftokat, a nagy Dunaparti éttermek, a kisebb sörözők tulajdonosait, és a hivatalos kerületi személyiségeket, mert a gazdag pékmester, így illett az iparosi rangjához, vagyonához, egyben városbíró is volt. Az özvegy merev derékkal szinte mozdulatlanul ült. Arcán alig áttetsző fátyol, s nagyon vigyázott, mert roppant józanul gondolkodott örök életében, hogy agyon ne sírja magát, jusson minden részvét látogatónak néhány fájdalmas könycsepp. Ez a józanság részben határozott, megalkuvást nem ismerő jellemének volt egyik vonása, de most magára maradva a műhely és bolt gondjaival nagyon is szüksége volt már üzleti szempontból is józanságára. Eljöttek persze a temetésre a rokonok. Köztük a szódról a szegény özvegyasszony Pékné az is. Tizenkét gyermekéből elhozott mutatóba kettőt, egy fiúcskát meg egy kislányt ők is a koporsó mellett tartózkodtak, nekik is kiárt a részvétből. A szegény özvegyasszony vigasztalhatatlanul sírt, bár nemigen szívelte a tekintélyes megboldogultat, elholt férjének szerencsésebb bátyját. A gazdag özvegyasszony arca meg megrándult a fátyol mögött, idegesítette a sógorasszony sírása, szívesen odamondott volna neki valamit, de uralkodott magán. Nem mozdult, csak fekete csipkekesztyűs kezét mozdította néha, ha a részvételi szavakhoz kész csók is járult. De nem csak idegenek és rokonok jelentek meg a dús ravatalnál. A boltot bezárták, ott volt a két bolti lány, a műhelyben a kemencék tüzére kellett csak vigyázni valakinek, ott voltak tehát fekete díszben a péklegények, élükön az előmunkással, akit Marx Károlynak neveztek, bármilyen furcsa is, és aki önérzettel, politizáló becsvágyjal viselte ezt a nevet. A kora délutánban egyszerre feltűnt a faragott, fekete öröklánggal és faragott, fekete de aranyozott szárnyú négy angyallal díszített halottas kocsi. És kisvártatva, infulában, papi segédlettel az apát plébános. A főplébánia énekkara elzengette gyászdalait, az apát Prébános úr égi útra valóban látta el a halottat. A tekintélyes pékmestert az ipartestület nevében maga az elnök búcsúztatta. Az is olyan tekintélyes, hogy holtában, később széltében, hosszában ő is megtöltött egy koporsót. A kerület is búcsúzott, maga az előjáró talált szép szavakat, méltókat a megboldogult iparosi és polgári érdemeihez. Elsőnek az apát plébános hagyta el papjaival a ravatalt, helyet foglalva a halottas kocsi előtti hintóban. Majd az özvegy, még egy tekintetet vetve a pékmesterre, indult kifelé az utcára. Ekkoriban a majdani Váci utcának ezt a felét még Lipót utcának nevezték, ott állt tehát tisztelgő gyásszal a szemközti járdán a fél Lipót utca, kuncsaftok valamennyien az özvegy se jobbra, se balra nem nézett. Így szállt be a második hintóba. A hintóba skacolné a szakácsnő segítette be. Az özvegy elhelyezkedett a kék bársonybélésű ülésen, és odasugott valamit a kardos asszonyságnak. Szerencsére nem hallotta meg senki, mert furcsán hatott volna ennyi fekete gyászban. Oda ne égesse, skacolné a rác halat! Már indult volna a gyászmenet, amikor az özvegy észrevette, hogy valaki hiányzik. És a járdán tolongók közt meglátta két gyerekével a pöttöm sógorasszonyt. Kisé ingerülten intett. – Vó bleibes, Rézi! Ekkor a szemű sógorasszony is beült a hintóba az özvegy mellé, a két gyerek pedig a kis ülésre. Aztán átjutottak az egzugos belvárosi utcákon, mert akkor át még minden, neki fogtak csak az Erzsébet híd terveinek, és illendő lassúsággal haladtak a hintók, a halottas kocsi és a sorzáró koszorúkkal telehalmozott gyászszekér. És eltemették a gazdag pékmestert a családi sírboltba, melyet még az özvegy nagyapja építetett, mert házat, műhelyt, gyümölcsöst, mindent az özvegy hozott annak idején a házasságba. A megboldogult, ahogy akkoriban mondták, beházasodott. Még egy utolsó ámen. A koporsót lassan leengedték a többi közé. A gazdag özvegyasszony a nyitott kripta mellett lenézett a mélybe, a sok-sok koporsóra, és arra gondolt, ha ő meghal egyszer, oda többé senkit sem temetnek. Késő délután értek haza. A lipó utca, amit majd később Váci utcának neveznek, akkorra már természetes arculatát öltötte fel. A házról leszették a fekete lobogót, a bolt is kinyitott. Az özvegy levette gyászfájtlas, hatalmas kalapját, felkötötte mély fekete tafta gyászruhájára a melles fehér kötényt, és lement a boltba kasszát csinálni. De előbb még azt mondta a szegény sógorasszonynak, Rézi, maga nézzen utána a konyhán! Jálébes végerin, felelt a szegény özvegy, mert magázták egymást, és így beszélgettek magyarul és pesti németül vegyest. Aber ruhen sich aus, liebe Schwägerin. csodálkozott a sógorasszony. Minek pihenjek? A rác hal kitűnőnek ígérkezett, be se kellett nézni a sütőbe, elárulta az illata. A szegény özvegyasszony leült a sötét zöld, akantusz mintákkal tapétázott szalomban, az egyik vörös sejemmel behúzott alacsony karosszékbe, mellette a pamlagon némán és megilletődötten a két gyerek. A szegény özvegyasszony mindig zavarban érezte magát a sógornőjénél. Szegény rokonnak, aki tizenkét gyereket hordott ki és nevelt, s most aszódon volt szerény péksége és vegyes kereskedése, holott pestilány volt ő is, csak megboldogult férjét áldotta meg kevesebb üzleti érzékkel a jóisten, mint a bátyját. És eltűnődött, melyikük a szerencsésebb? ő -e bőséges, talán fölös gyermekáldással, vagy a sógorasszony gazdagon és immár egyedül? Szemben vele a falon a sógorasszony arcképe, rózsaszín ruhácskában, kitömött galambbal dundi karjain, Négy éves lehetett akkoriban, furcsán kedveske, huncutul mosolygó, de a szája mégis szigorú akár csak most. Az arckép mestermű volt. Csak a huncut mosoly tűnt el valahová. A néma vacsoránál a szegény özvegy ismét elsírta magát. Mi lesz most magával, Lébesvégerin? végerin? Ezt az érthetetlen kérdést. Hát mi lenne, felelte? Aberzu so alein. Itt az üzlet, felelte magától értetődön, Lébesvégerin végerin. – De akkor is! – makaskodott szívből fakadt részvétel Ez a nagy lakás, Ziverden Fürchten. – Én? – És ha nem foglalta volna el a gyász, felnevet. – Mitől féljek? – És rászólt a két gyerekre. – Egyetek még a krancliból. A maradékot becsomagolják. Hazaviszitek. És a kisfiúra mutatva megkérdezte. – Ez ugye a Gusti, Nein, liebe Schwägerin, ez a Zandi. De a kislány, diszt, di Hilda. Nem, ez a Nellike. A gazdag özvegyasszony tűnődve bólintott, mert pontosan tudta, a kisfiú a Zandi, a kislánya Nellike. És tudta azt is, amit most mellékesen, feketéjét kavargatva kérdezett. Hány gyerek is van most már magának? Cvölf, uh, ein ducent. Hát nem sok az? Néha igen, lébes végerén. Másnap reggel a szegény özvegyasszony visszautazott Aszódra, a gazdag özvegyasszony pedig folytatta, amit addig a megboldogult hosszas betegsége alatt. Hatkor lement a boltba, és ebédre se jött fel, csak késő délután egy kis pihenésre. És így ment ez attól fogva nagy szombatig. Az élete változatlan ment tovább, a műhely, a bolt szolidan jövedelmezett. Nem volt egy üres perce sem, de lassan úgy érezte, hiányzik valami. Csak lézeng, él napról napra. A megboldogult ritkán jutott az eszébe, pedig végeredményben szerette és iratta. Főleg akkor, ha valaki elkésetten gondol És. Ezt sokáig maga sem tudta megállapítani, miért is. Egyre többet gondolt a sógornőjére, és arra a tucatnyi gyerekre, akiknek a nevét nem tudta megjegyezni, vagy hol véletlenül, hol szándékosan összekeverte, hadd bosszantsa vele a termékeny, méhű, pöttöm, szelít kisasszonyt. Szerette, nem szerette. Ezt se tudta volna megállapítani. A szeretet alatt ő valami méltánylást értett. Semmi többet. De ahogy estére magára maradt a hatalmas, mindig sötét lakásban, egyszerre irigyelni kezdte. Sosem akart gyereket, igaz nem is lehetett volna, a hiba benne volt, de idegesítette is a zsivaj, nem értette. Így élt olyan magányosan, hogy tudta is magányos, kora ősztől késő tavaszig. Húsvét vasárnap aztán befogadta a hintót. – Hová tetszik a nagyságos asszonynak? – Aszódra. Nincs messze szód, két lovas hintóval három óra sem. Megálltak a vályokból vert falusi földszintes ház előtt. Kis kert mellette ápolt virágokkal, lugassal, satnya ecetfák, épp bimbózó, még illattalan orgonabokrok. Végigment a téglával kirakott utacskán, kopogott, s választ sem várva belépett. Tizenhárman néztek rá meglepetten. Az asztalnál ültek, épp befejezték az ünnepi ebédet, grízleves, kacsasült sült és aprósütemény. Mártus, a legnagyobb lány, felkelni készült, hogy leszedje az asztalt. Ilyen megtiszteltetést, sírta el magát a szegény özvegyasszony. Lépes végerint kocsi jött, megéhezett. Áber volt liberézi. És leült, és mindenfélét kérdezett, csak úgy vaktában az üzletmenetről. Kicsi zavarta az ebédlő mellett is pecerájból beszüremkedő petróleum és savanyú cukorszag. Kérdezett arról a tucat gyerekről is, megkérdezte a legidősebbet, a pistát, beletanult -e már a családfői szerepbe, mert Pista vezette az egykemencés kisműhelyt. Beszélt és hallgatott, hogy ne kelljen előhozakodnia azzal, amiért jött. A szegény özvegyasszony, ahogy a család nevezte, Di Andere Rézi, mert Rézi volt a gazdag özvegyasszony is, Terézre keresztelték mindkettőjüket, aggódott. Mi lehet a titka ennek a váratlan vizitnek az ünnepen? ebédtájban. Most már sorra kérdezgette valamennyi gyereket, s úgy próbált viselkedni, ahogy gyerekekkel kell. Aztán mégis elő kellett hozakodnia uti Mindegy már, gondolta a gazdag özvegyasszony, vereséget szenvede a büszkesége. Sie haben recht gehabt, Schwägerin, mondta szárazon indulat nélkül. Nagyon egyedül vagyok. Ah, – Á, zi ármste! És újra sírt a szegény özvegyasszony. A gazdag sógornő biccentett. Most szerette a pöttöm asszonyt a tizenkét gyerekkel, hisz azt várta majd így felel. Na látja, lébes végerén, megmondtam előre. És szétnézett a gyerekeken. Adja nekem az egyiket. A szegény özvegy még ámulni se tudott. Melyiket? És miután kimondta, már megkönnyebbült, újra a józan üzletasszony lehetett. Az egyik lányt, amelyik megfelel. De mégis, Libes Végerin, melyiket? Melyiket? Hogyan fogalmazza meg egyszerűen, ami aszót felé az egész hosszú hintóúton foglalkoztatta? Szíve szerint azt válaszolta volna, amit gondolt, azt, amelyiket saját képére és hasonlatosságára nevelhet, akit mintha ő szült volna boldogan a terhesség kilenc hónapja alatt, hogy aztán hirtelen elveszítse és hat-hét évesen visszanyerje. Azt, aki megtanulja tőle a józanságot, önfegyelmet, akinek száz keze van a munkához, száz szeme észrevenni az üzleti gondokat, bajokat. Na, intett a három kisebbik lánynak. Álljatok ide! Ott állt előtte, bámészan, riadtan, három a tizenkettőből, és méregette őket szótlanul. A szegény özvegyasszonyt úgy meglepte az ajánlat, hogy gondolni se tudott rá, tiltakozni se tudott volna ellene. Melyiket a három közül? Hisz az egész tucat a szívéhez nőtt, a gazdag özvegyasszony rámutatott az egyik kis cingárra. – Te vagy a Hilda? – Igen, Rézi néni, kérem. – Te meg a Nellike? – A kicsit gömbölydett, friss szemű kislány nem riadt meg. – Én a Katica vagyok. – Te vagy a Katica? És hány éves? – Hat leszek – csengett a bátor kislány hang. Én meg öt mondta bátortalanul Nellike. A gazdag özvegyasszony most sokáig latolgatta, melyiket is a kettő közül. Mert Hildáról rögtön lemondott. Túl cingár, gödhös ez a gyerek, nem éle sokáig. Igaza is lett, a kis Hilda nem sokára meghalt. Ahogy a szegény özvegyasszony írta levelében, felment az angyalok közé. A katica, gondolta, elég csak ránézni. Már most túl öntudatos. Okosabb a koránál, határozottabb. Meg túl szép nagy lánynak ígérkezik, ha felnő kapós lesz. És ha már gyereket választ, az maradjon mellette végig. Így mondott le Katicáról, és mutatott rá Nellikére. Majd határozottan, ellentmondást nem kívánva ezt mondta. Téged viszlek. Most rögtön? Kapta magához Nellikét az anyja. Mire várjak? Pakoljon össze neki, lébes végeri. A szegény pékné összeszorult szívvel, de ez alkalommal vigyázva el ne sírja magát, engedelmeskedett. A gazdag özvegyasszony, mint egy anyai gesztussal kézen fogta Nellikét, és mentek a hintóhoz. A lovak kifogva békésen legelték az árok menti gyatrafüvet, Tépdesték a poros ecetfa leveleket. Csak újra be kellett fogni őket, és már indulhattak is. A gazdag özvegyasszony összecsókolózott a sógornőjével, majd a hintóba ült melléje a riad kis nelléke. Elmaradt mögöttük a földszintes ház, a szegény özvegyasszony és immár tizenegy gyereke, és még sokáig nem mocsudtak, mi is történt. Pest felé kocogva a gazdag özvegyasszony méregette a félénken ülő kislányt. Alkalmas lesz -e majd arra, hogy sajátja kényszeresse? Jót tesz-e ezzel a gyereknek, vagy kárára lesz? Kockázatos, elhamarkodott vállalkozás. Látta most be. Ha Nellike mégsem alkalmas, ott marad a nyakán. És rosszabb lesz vele, mint nélküle. Nellikének másnap a legjobb boltokban ruhákat, alsó nem cipőcskéket, két szalmakalapot, alapot, ne virágos aranyfülbevalót, vékonyka karperecet és persze játékokat. A sok-sok mindent, ezt az első stafírungot a hintó hozta utánuk. Örülsz, mutatott otthon a szép drága holmikra. Nellike csak állt, magához szorította a babát. – Na! – kérdezte szigorúan. – Örülsz? – Nem tudom. – Miért nem tudod? – Nellike most már elsírta magát, és sírt egy egész héten át. Nem vette magára a szép új ruhát, a kék szalagos szalmakalapot, nem bújt a lakcipőcskébe ült szegényes holmiában naphosszat a félelmetes szalomban, és sírt, csak sírt. Nem lehetett kivenni belőle, mi a baja. És nem értette a gazdag özvegyasszony, a személyzet, a péklegények, de még Marx Károly sem, hogyan sírhat valaki ekkora gazdagságban áldozó csütörtök reggelére a gazdag özvegyasszony megunta ezt a sírós némaságot. Marcsa! mondta a szobalánynak. Maga visszaviszi ezt a gyereket aszódra, visszaadja! És elhozza helyette a katicát. Estére marcsa már meg is hozta a vidám katicát. A gazdag özvegyasszony a hintón várta a keleti előtt. Katica össze-vissza csókolta. Büszkén ült mellette. Ámult a nyüsgő, lámpafényes városon, a sok-sok fogaton, a lóvonaton, és nevetett, és beszélt. Beszélt. S csak egyszer mondott olyasmit, ami kicsit fájt a gazdag özvegyasszonynak, bár józanságában természetesnek és méltányosnak tartotta. Ugye? kérdezte Katica azért szerethetem az igazi mamát. Persze, felelte szárazon. De a Rézi nénit is? Engem is. A régi ház előtt Katica kiugrott a hintóból, felszaladt a vörös márvány lépcsőkön, és amikor a gazdag özvegyasszony is ott volt már, így kiáltott fel, vidáman, hangosan. Hogy a gangon összecsődültek csodájára a lakók. Itt vagyok! És ott is maradt, és olyan lett szakasztott, akár a Rézi néni, mert mamának sosem nevezte. Később ő lett a régi házban a gazdag özvegyasszony, majd az idők múltával mind szegényebb, öregségében pedig nem volt már semmi. Így jött vissza Pestre, ahol született az anyám, és itt is halt meg. Nekem pedig így lett három nagyanyám. Rabló lovag. apai nagyapámra jóformán csak így emlékszem. Ül egy sárgás, macska bajszú, vaksi öregember erkélyes Terézvárosi házának első emeleti szobájában. Térdén lelecsusszanó szürke pléd, mögötte keresztanyám, a nene, aki már fiatalon örömtelenné öregedett. És kettejük mögött a Wertheim kassa ülnek, csak egy spóroló sárga körte világít. Nagyapám szeme épp, hogy sejt valamit a világból, keresztanyám meg alig hal belőle valamit. Fázós, alig fűtött a kájha, a meleggel épp úgy takarékoskodnak, mint a fényjel. Azt is mondhatnám, ők ketten, a nene és a nagyapám takaréklángra sófolták le maradék életüket talán csak a vaskassa a lényeges. Ezt a nene minden héten szép fényesre dörzsöli. A vaskassa akkoriban jelkép volt már, egy szorgalmas, fukarkodó élet jelképe. Nem volt már benne semmi. Pénz alig-alig, amennyit a földszinti pékség bérlője fizetett. Meg néhány értéket vesztett részvény, hadikölcsön, és persze a különféle betáblázások, foglalások papírjai. Mert, és vajon tudta-e nagyapám, az a három emeletes bérháza dobutcában, barok erkéjével, a lépcsőház kiűzhetetlen sóletszagával, már régen nem az övé, valamelyik banké. A vaskassza pedig gyerekkoromban csodálattal figyeltem hatalmát, bármilyen súlyos, Könnyebb egy deszkánál is. Ott ültek ketten, és valószínűleg emlékeztek. Keresztanyám, ezt jól tudom, gyerekkoromban is tudtam, melbajban korán elhunyt vőlegényére, foszlott, sárgára fakult önkéntesi fényképe ott a falon. És mire emlékezhetett nagyapám? Nyilván kardos nagyanyámra, a szűk szavúra, engesztelhetetlenre. Ilyennek éreztem, nem tudom miért. Aki belehalt abba, hogy fiatalon meghalt a fia, az apám. De emlékezik még, vagy eszébe jut-e egyáltalán, hogy egyszer régen ki is volt, mi is volt? Én még emlékszem. Milyen messziről hangzik a szava. Én, meg a nagyanyád, mondta egyszer Károly napkor névnapi jó kívánataink mellé, gyalog jöttünk fel Pestre a bácskából, és dolgoztunk, megtelepettünk. Hogy ti megvagytok, az a mi munkánk. A nénéit felsőbb leányiskolába jártak, apád trénfőhadnagy volt a háborúban. Pislogó szeme gyakran elnedvesedett, most is. A nene ez az állandóan készenlétben lévő angyal törölgette. És miért kell nekem éhen halnom? Az anyám, vele voltam nála, és mindannyi öcsém, sosem szerette. Őt sem, a nagyanyámat sem. Nina néninek szólította. Ha jól emlékszem nagyszüleimre, ők sem szívelték az anyámat. Ugyan, papa, mondta most azért mégis az anyám. Hogy beszélhet ilyent? Gondolod, Katica, sóhajtott. Én már alig merek enni. Újra maga elé nézett a semmibe, amit vaksi szeme láthatott. Majd újra megszólalt, és azt mondta panaszosan. Tisz Katica, tisz Jól van, papa, a nene -ne meg én elkergetjük a verebeket anyám tudta, jóformán ennyi maradt meg benne a bácskai svábtáj szólásból. a verebek, letelepedve az erkére, azok zavarták. Di vagyis a verebek, ti Nem repülnek el, maradnak. Papa, nyugtatta keresztanyám is, elrepülnek. Hazudtok, mondta és ismételgette. TISZ Öreg volt, sárgult bajszú vaksi. Mögötte az üres vaskassa. A kassa fölött pedig a tarka családi címer. Kiterjesztett szárnyú sas kapaszkodott a többágú korona ágaiba, csőrében egy őjvel, de lehetett galambis. És cifra gótbetűkkel Családunk története. Honnan került ide ez a címer, sokáig nem tudtam és persze azt sem, hogy miért. Anyám egy családi látogatás után felnevetett. Istenem, ez a címer, meg a história. Tudja még szegény nagyapát, hogy lovag, régi lotaringiai rablólovagok lovagok leszármazottja? Újra nevetett. És lovagok vagytok, ti fiúk, négyen is. Nagyapám és a hajdani rablólovagok Eszébe jut -e még, hogy a család egy lotaringiai sasfészekből került a dagasztó dézsa mellé. A sasfészekben felejtve címerét, a sarkantyús csizmát felcserélve pékpapucsra. Anyám mesélte, hogy erről a büszke származásról sokáig nem tudott senki. Akkor derült ki a titok, amikor nagyapám tiszteletbeli városbíró lett a kerületben. Mert ekkor jelent meg novotni úr, az adóhivatal írnoka. Gratulált, leült elegánsan a boltba. – Nagyságos uram! – közölte. – Meglepő felfedezésre jutottam. Nagyapám akkor még dolgozott. Nem volt olyan vaksi, sárga, morcbajszú öregember, mint ami ennek én megismertem. Hosszú, lisztporos, fehér gatyában lehetett – miben is lehetett volna – lisztporos a haja, szemöldöke, melleszőre. Tessék, Novotni úr, gyanakodott. Talán az adó nem folytatta. Ki sem merte mondani, hogy adótartozás, kegyes adócsalás, nehogy becsalja ezzel házába a gonoszt. Egy kis ijedelem azért elfogta, hisz melyik iparosnak nincs valami zavaros adó ügye, még az olyan tekintélyesnek is, mint nagyapám. Ugyan, legyintett az elegáns novotni, ön és tartozás, ön és adócsalás. Ezt azért kis hatásszünet után megismételte. Ön, nagyságos uram és adócsalás. Mást fedeztem fel, és nem az adókönyvben, egy porlepte könyvtárzugában. Felállt, nagyon ünnepélyes lett. Felfedeztem hogy nagyságos uram, német birodalmi nemes. Én csak ámult, közben bejött nagyanyám is. Hallod, Nina, birodalmi nemesek vagyunk. Mi? álmélkodott nagyanyám. Igenis, Novotni úr az elegáns, ismét szünetet tartott. Még hozzá lovag, Ritter von Citters hőhe und elmentál. Lotaringiából. Ez lehetetlen. Nagyapám izgatott lett, nagyanyám még izgatottabb, behívta kamasz apámat, seregnyi lányát. Mi? A derék, bajai svábok? Ugyan, kedves Novotni úr! Novotni úr nem engedte befejezni. Igen, igen, önök a derék svábok, így van. Ha kívánja, lefestem a címert, leírom a család történetét a ködbevesző keresztes háborúk korától a harminc éves háborúig. Most kutatok támpontot, hogyan is került a tiszteletre méltó család Mária Terézia királynőnk, valamint császárnőnk idejében a bácskába, vagyis a svábise Türkeibe. Persze, lesznek kiadásaim, nem, de kutyabőr, festékek, színesek, és arany, meg ezüst, és amellett a rengeteg nagy nagynéném boldog volt. Csak apám egy kissé skeptikus. Az volt később is. És mik a költségek, Herr Stadtschreiber? Száz korona vetette oda mellékesen és elegánsan. Úgy gondolom, megéri. Nagyapám sokalhatta az összeget. Sok is volt. Hallgatott. Ó, mondta Novotnyi úr, nem most kell dönteni, viszontlátásra, kis Tihand. Elvitt egy zacskó sós kiflit és távozott. Nagyapám pedig megfürdött, ebédhez öltözött. családnak nagyanyám mérte ki a paradicsomlevest. Ettek szótlanul, s nyilván a váratlan hírre gondoltak valamennyien, és talán arra is, milyen következményekkel járhat, ha így hirtelenében lovagok lesznek. A hír következményeire gondolt nagyapám is, de egészen másokra. A grenadír marsnál megszólalt. Száz korona. Ez sok. És ilyesmire költeni? mondta nagyanyám. Mit érünk vele? mondta nagyapám. De ha ez a novotné, ez jutott eszembe nekem is, nagyanyám eltűnődött. A belicai né beszélte, hogy a nevük mellé oda tette a Bummerlit, s azóta lépte nyomon szekálja őket. A Klejznert is pedig az tanár, nem iparos. Alkudj le valamit. Novotninál csak szabott árak vannak. Ha százat mond, holnap felsró folya húsz szal. Igazad van. De akasszam ki a pékségben a címert. Ezen nevettek. A seregnyi kislány, fidres-fodros fehér köténykében kamasz apám is felnyerített és talán még nagyanyám is elmosolyodott. Én sosem láttam mosolyogni. És eltűnődtek. Hát igen, az a bummerli, vagyis egy vastag pont novotni úr noteszában. Azok kapták és reszkedhettek, akik így vagy úgy vétettek ellene, mert novotni az elegáns, veszélyes ember volt. A keresztanyám később, már abban a vaksi sárga fényben, elmeséltem, milyen is volt. Magas, karcsú, elegáns mozgású, járású. Ki ismerhetetlenül nyájas arcán, mintha monoklit viselt volna. Hajdan csepű szőke, most tisztesen ősz haját szépen lefésülve, elválasztva horta. Öltönyén soha egyetlen eltévet pihe Hát még egy pöty valamelyik jó ízűen kikanalazott levesből. Tartottak és féltek tőle. Mindahány iparos volt akkoriban a Terézvárosban, az épülő nagykörút mentén. Írnok volt csak egy Stadtschreiber, de ő volt a megtestesült Beckmesser a Wagner dalműből, mondta anyám, és ő volt az elefánt, aki nem felejt, mondta Nene, a keresztanyám. Nem kellett túlságosan nagy sérelem, hogy a bummerli a noteszbe kerüljön. Kleizner tanárurat azért gyűlöltes üldözte adófelhívásokkal, a tanár ugyanis gyümölcsöse volt valahol békás megyeren, mert állítólag nem fogadta a köszönését. Belicaiéktól, a híres neves Mézes Kalácsostól azért vonta meg bizalmát, mert megfeledkeztek a névnapjáról. Gyűjtötte a bummerlikat, a sérelmeit, s valamennyi sérelmét az okozta, hogy úgy érezte, senkinek, semminek nem tartják, csak félnek tőle. Ha senki sem vétett ellene, az elegáns novotni kopóként fürkészett. Kit is írhat a noteszába? Két főnökét is túlélte, ők is bummerlit kaptak, amolyan főnöki túlkapásért, vagy rossz kedvben született dorgálásért. S neki mindig sikerült fennmaradnia. Csak két név maradt ki a félelmetes noteszből. Az egyik a rabbi volt, Siklós Benő, aki ünnepeken pászkát, töltött halat és készpénzt küldött neki. A másik Holmeyer Xavier Ferenc, esperes plébános, aki húsvéti és karácsonyi sonkával, egy-egy hordócska miseborral lepte meg, és persze készpénzzel. Sosem maradt el nagyapám ünnepi, öt kilós kalácsa, belicaiék mézes kalácsa, és adóztak az adóztatónak a fűszeresek is, likőrrel, sós heringgel, szalámival. De Novotni őket is gyűlölte, és állandóan résen állt, kinél torolhat meg egyet sérelmet. Ha erre éppen nem akadt alkalma, bosszús volt. Egyszer megigazította pettyes csokornya kendőjét, és azt mondta a feleségének, ez a medek, ez a medek, itt a tiszteletre méltó kocsi gyártóra célzott, ha én egyszer kinyitom a noteszomat, a felesége együtt járt misére medeknéval, igyekezett megvédeni. Ők aztán soha semmit, lojzik ám. Novotni mégis kinyitotta a felejteni nem tudó noteszt. Még belekerülhetnek előbb vagy utóbb. Így aztán érthető volt, hogy nagyapám félt tőle, hisz a félelem és a gonoszság is a rangot adhat valakinek. Ha nem is megtisztelőt. És elhatározta, száz koronáért német birodalmi nemes lesz. Nos? Érkezett meg másnap Novotni, döntött, nagyságos uram! Nagyapám megadón ennyit felelt! Itt a százas kedves Novotni úr. Nem baj, hogy apróban. Sok kicsi, már számolgatta gondosan az aprót, Sokra megy. Hamarosan elkészült rabló lovagokból pékek kézüllött családunk címere. Fent, a korona ágaiba kapaszkodva a sas, körmében őjvel vagy galambbal. alatta körülötte kék-sárga lebernyek. A címer egyik mezeiben dombhajlat, fölötte sugárzó, de kissé sündisznóra emlékeztető nap a másikban vérpettyes lovagi ököl, pallost szorongatva. A harmadikban gótikus tornyok, valószínűleg a hajdani lovagvárat ábrázolva. A negyedikben holló, csőrében arany kifli. Az első három mező nyilván a diadalmas múltat jelképezte, a negyedik a messzi jövőbe, vagyis a kenyeret kiflicsütő mába, a 19. század utolsó tizedébe engedett betekintést. – No? – mondta váratlanul tó túl, Novotni úr, hisz az ősei derék szepesi tótok voltak, nem lotaringiai rabló lovagok. No, ugye, tetszik? Nagyapám nézegette a fellengző címért. És mivel pékmester volt, s végeredményben mégsem rabló lovag, a haszon érdekelte és azt hiszi, kedves Novotni úr, jobb lesz az üzletmenet, ha kirakom a boltra, hogy lovag vagyok. Bízvást, nagyságos uram! Nagyanyám, a ritka szavú, nézte a címert, majd azt mondta. De Károly, ki vesz kenyeret egy lovagnál? A zild, felelte erre okosan nagyapám, marad, ahogy van. Néhány nap múlva Novotné úr elhozta a gót betűkkel írt családtörténetet is. A keresztes háborúktól kezdve különféle rablólovagi csetepatékon át a harminc éves háborúig, közben a vérmes ősök lecsillapodtak, s mivel protestánsból áttértek katolikus hitre, birodalmi nemesekké emelkedtek. Később, mint hiányosabb lett a családi történelem, a múlt ködbe veszett. Novotni úr nem derítette ki, hogyan is lettek a marcon a sarkantyús, csizmás ősök utódai később klumpás svábok bátaszéken, baján, vagyis a svébise türkeibe. Novotni úr azonban vérszemet kapott, a száz koronát százhúszra emelte, és nemesítette, címerrel látta el az egész terézváros iparosságát – kinek-kinek a múltja épp úgy veszett, mint a miénk, de veszett később, Novotni úr is. Csak annyi biztos, sokáig élt. Nene, a keresztanyám többször is látta elegánsan, kendősen, már nyugdíjaztatása után is. Nyilván vele volt a félelmetes emlékezetű notesz. Igaz, ritkán írhatott bele bummerlikat, de jó, ha egy ilyen notesz kéznél van. Egyesek szerint túlélte a második világháborút. Állítólag még most is él, és gyűjti noteszába a bummerliket. De ez szerintem valószínűtlen, több lenne 120 évesnél is. Habár. Ki tudja, mennyire konzervál valakit a gonoszság, a résen álló gyűlölet. A nagyapám, ahogy ül vaksin, a vaksi sárga fényben, Térdén a lelecsusszanó pléd. Mögötte nene, a keresztanyám, Szikkatra örömtelenre öregedve. És kettejük mögött a vaskassa, A fölött a címer. Ülnek, vigyáznak a semmire. A semmire a vaskasszában, a semmire, a falon, a címerre, a kacskaringós családi múltra. Így emlékszem nagyapámra is, és csak ritkán jut eszembe, hogy hajdan, rabló lovaggá avatta novotni úr az írnok, a bekmesszer, vagy ahogy a magyarosodó Budapest hajnalán még nevezték, a Stadtschreiber. Hübnerné dihexe. Később és még nagyon sokáig, hisz kisfiú volt akkor, hét évesen még, csak arra emlékezett, hogy amikor hazajöttek Hübnernétől, nagyon félt. Elaludni is alig tudott álmában többször felriadt. Így tartott ez hosszan, éveken át. Később elfelejtette persze a látogatást, csak a félelemre emlékezett, melytől a nagy, sötét szobák még sötétebbek lettek, és minden függönyredő, minden sarok fenyegetett. Hogy mivel, azt persze nem tudta. Hét éves se volt, amikor Hübnernét meglátogatták, és utána természetesen még sokáig kisgyerek. Azon a délutánon nagy anyja kinézett az ablakon. Esik, csak ennyit mondott. Az anyja felöltözött a halvány lila sejem ruhába. Haját frissen fésülték, sopposan, ahogy azokban az években Zita királyné viselte. A kisfiút is felöltöztették már. Barna, rövid rövidnadrágos bársonyba, a galléria csipke szegélyű, piké, olyan a kézelője is. Erre pontosan emlékezett, hisz ebben a ruhában le is fényképezték. Miért kell elmenned? Ezt kérdezhette a nagyanyja. A szavát nem értette, de a hangsúlyát igen. Ilyen nehéz idők. Ha eddig nem hívott Hübnerné, az anyja még egyszer megnézte magát a tükörben. Megígérte, Rézi néni de ismered milyen. Másként el sem mennék hozzá. Legalább a gyereket ne vidd el. De amikor látni akarja, ezt telefonálta. Zézt egy hexe. mondta váratlanul németül a nagyanyja. Tudja, mennyire szeretett engem mindig. Öt éve nem hívott, eszébe se jutottál. Most mit akar? Drága Rézi néni, én elmegyek. De legalább, ismételte meg erélyesebben a nagyanyja, a gyereket nevid! De amikor és az anyja ugyanúgy felelt, mint az előbb amikor látni akarja! A ház előtt ott állt már a tengerkék posztóval bélelt hintó, előtte a két ló, Ferkó és Paci. A kisfiú emlékezett rá később is, hogy egyszer lovagolni próbált a Ferkón. A lovak mellett pörge kemény kalapban a kocsis, Jakab bácsi. Esett, de épp hogy. Csillogott szemben a földszintes ház teteje. Fölötte ingerülten átruhanó felhőkkel az ég. És a kémények. Rengeteg kémény. A kisfiú azóta felnőtt, de ma se tudja, minek azon az apró házon annyi kémény. A nagyanya odéblökte alig észrevehető indulattal a horgolást. És csak ennyit mondott, de ezt már fellebbezhetetlenül. De nem a hintón mentek! Hisz Jakab már, igyekezett válaszát indokolni az anyja, befogott. Manzoldi light nicht provozieren! – Ezt is németül mondta, mert a hosszú, mint sötét szobába bejött a szobalány és a kisböske. A kisfiú ezt akkor persze még nem értette. Később, nagyon sokára, amikor az emlékek erősebbek már, mint a mindennapi élmények, és feltaszítják koporsójuk fedelét, akkor értette csak meg. Nem szabad provokálni. Ez ennyit jelentett. És akkor, azon a délutánon, 1919 volt, május harmadika. De amikor erősködött érthetetlen makadsággal az anyja, itt a hintó, írgét, ez már parancs volt, minden föld alatti. Az anyja tétovázott, sosem szeretett másnak igazat adni. A kisfiú később évtizedeken át sokszor tapasztalta, s most hallgatott. Majd azzal a keserű, alig féken fogott ellenkezéssel, amivel a fiatalok akkor is, most is az öregeknek engedelmeskednek, megfogta a kisfiú kezét, indulásra készen. Jó, akkor földalattival megyünk. Mindezt a kisfiú csak évtizedek múltán rakta ilyen egységbe össze. Amit akkor érzett, nem lehetett több, az anyja és a nagyanyja összekaptak valamint de egy szó megragadta, és erre akkor is emlékezett, és azóta is benne maradt. A föld alatti. Még sosem ment föld alatti, villamoson se, minek ott a hintó. És most, szinte parancsszóra, a föld alatti. Lent az utcán voltak éppen nem esett, szemergett, mint egy nedves volt csak a levegő. A délutáni, májusi ég meg megcsavart egy-egy enyhe kis felhőt, az párázott. Jakab bácsi már nyitotta a hintó ajtaját. Fél hétre jöjjön értünk, mondta az anyja. Szív utca nyolc. A Hübner nagyságos úrék? A Hübner nagysága. Elindultak, szorosan fogta az anyja kezét. Azok a rongyolt felhők odafent, az a felhő adta tavaszi fény, sápattan, egy-egy vakító pillanatra felfehéredve. Mentek, végig a Váci utcán, az anyja ennek visszaköszönt, annak megköszönt. Nagyon jól ismerték őket a belvárosnak ezen a felén, a szép, fiatal péknét a három gyerekével, a boltot, ahol délben együtt ebédelt, kerek márványlapos asztalnál, a hajdani céhek szokása szerint, a kisfiú nagyanyja, anyja, testvérei, a kiszolgáló lány, a szobalány és a péklegények, ha éppen nem volt dolguk. Így mentek nyugodtan. És így érkeztek el a Gizella térre. A szoborról, a kisfiú később sokára tudta meg, Vörös ábrázolta odaadó teremtményei között, már levették a leplet, ez jelezte itt a tavaszt nem az ibolya, a hóvirág. És közelében a végállomás, a cifra kis házikó, akár egy hivalkodó mauzóleum. És lent, a föld alatt, a vágtatás boldogító és mégis félelmetes szédülete. Ez a rohanás a város alatt. Arra mindig emlékezett. Hogy félelem és gyönyörűség egyszerre szorongatta. Ha később metrókon járt, bányákban, ez az első találkozás mindig az eszébe jutott. A köröndnél kellett volna leszállniuk, de az anyja nem vette észre. Nyilván fort még benne a méltatlankodás az elháríthatatlan parancs miatt. Tovább mentek, a milleniumi emlékműnél szálltak újra a földre. Elvágtattak a felhők, egy pillanatra felsütött a nap, szembe vakított. Itt meg kellett állni. Méltóság teljes karéban a hajdani hősök, királyok. És a papírmassé szobor kolosszusok, melyeket eláztatott a május elsőjei eső, s omlottak. A piros zászló, transzparensek rossz hadifestéke ott folyt a téren, befestette. Sarlót és kalapácsot is látott, vörösen, mintha vérük eredt volna meg. Félek, mondta. Az anyja nem felelt, fordultak visszafelé a szív utcába. Az Andrási út tele emberekkel, zászlókkal, harsány kiáltozásokkal, Katonák is meneteltek. Minden, minden piros volt. Ez a rikító szín az újra borús esős májusi szürkeségben. Mentek, mind szorosabban fogta az anya csipkekesztyűs kezét, és az anya visszaszorította az övét, mintha félne valamitől. Emeletes ház volt Hübneréké, egy sarkon. Sötét, sárgára festett ház, Földszintjén péküzlet, lehúzott redőnnyel, és egy felírással, amely nyilván azt jelentette, megszűnt. A kapu felett hűvös és barátságtalan volt a kapuaj, a cégér, egy sósperec aranyozva. De erről is, akár a házról, az üzlet redőnyéről pattogzott a festék. Egy barna, nagyon magas ajtón kopogtattak, mert a kisfiú anyja hiába próbált csengetni. Te csak köszönj szépen, mondta, mert az előszobában léptek, közeledtek és akkor beszélj, ha kérdeznek. Értetted? Igen, felelte, de nem tudta, miért nem szabad beszélnie. Az ajtó résében csipke fátyollal takart arc jelent meg. Én vagyok, Hübner néni. Katica! Már nyílt az ajtó. Azt hittem, sosem jössz. Ez az arc. A kisfiú megrettent tőle, bár alig látta. A csipkefátyol alól előderengett egy sárgás, fognyadó arc. Kutatva a szemgolyók villantak csak fel. Sötét volt a tágas előszoba, sötét a szalon is. Egy sárga fényű körte világított egyedül. Leültek. Ő szorosan az anyja mellé. Nem figyelt arra, amit az anyja és Hübnerné beszéltek. Valószínűleg ezt épp úgy nem értette volna, mint később mindazt, amitől félelem fogta el. Rossz, felriasztó álom. Nézegetett. A falon mindenütt elmosódott, színement vaksi fényképek. Egy valamikori bál, családi karnevál, jelmezek, maszkák. Ráismert a nagyanyjára, és ezt később sem felejtette el, a nagyanyja csillag mint az éj királynője. És mellette az anyja, a kislány, pirinyú, áttetsző szárnyakkal, talán, mint Szent János bogár. És egy másik képen ragyogó szépség, Napfényben, napernyővel a tengerparcikláin. Talán, és óvatosan a lefátyolozott arcra nézett. Ez lehetett Hübner néni. Az ablakokat bespalettázták, sehol függöny, szőnyeg. A garnitúra sejem sejemhúzata foszlott, a rugója rossz, a kis márványlapú asztalka a teasüteménnyel végigrepet romló, máló volt a velencei tükör is. Átütött, mintha fekélyes lenne a foncsora. Közelebb húzódott, még közelebb az anyjához. Legszívesebben már akkor elsírta volna magát, s természetesen nem tudta volna megfogalmazni mindazt, amit látott, úgy, mint később, mintha a romlás egy pillanatig még tétovázna, aztán fejezné csak be pusztító munkáját. Hübnerné váratlanul felállt. Két hosszú ujja sárga kezek közé fogta a kisfiú arcát. Kedves, ez a legnagyobb. Ez. Tisztára az apja. Szakasztott. Hazajött már a háborúból? Hübnerné, amilyen váratlan elhatározással felkelt, most visszaült. Már igen. Boldog vagy vele? A kisfiú anyjának sok minden eszébe juthatott, mert csak sokára válaszolt. Azt hiszem, ez kevés. Én boldogtalan voltam az urammal. Az vagyok most is, hogy meghalt. Végredményben mindegy, édes Katicám. Most már minden mindegy. Elhallgatott. Lehet, mindegy volt az előtt is. Rágyújthatsz, tette hozzá váratlanul. A kisfiú anyja rágyújtott, és most hallgattak. Később, sok-sok év után, ha eszébe jutott ez a látogatás, megkérdezte az anyját. Miért mentek el? Miért maradtak? Az anyja akkor sem tudott válaszolni. Hübnerné most a vállára ejtette csipkes áját. A kisfiú hirtelen becsukta a szemét. Nem akarta látni a sötét barna viasz arcot, a furcsán világító két sárgás szemgolyót. – Katica – mondta tárgyilagosan – te megint hasas vagy. – Megint – érezte, hogy az indulattól megremeg az anyja keze. – És ez majd így megy? – Rádnéz az urad, és már hasadban a gyerek? Szeretem, Hübner néni. Azt hiszem, csak az számít. Minek szeretni valakit? Én nem akarok senkit. Sajnálom magát, Hübner néni. Ez volt az anyja egyetlen ellenkezése. Ne tessék haragudni, nagyon sajnálom. Elaludt a cigarettád gyufát gyújtott, nyújtotta a lángot, de az anyja elnyomta a félig szít cigarettát. Ez is ellenkezés, védekezés lehetett. Hübnerné addig nézte a gyufát, még el nem lobbant. Hm, valamikor az uramnak sem engedtem meg, hogy a lakásban dohányozzék. Kiküldtem a konyhába. A bagó füst beleveszi magát mindenbe. Piszkot hagy a menyezetem, ezeken a drága sejem húzatokon. De most már mindegy. Romlik, foszlik itt minden. Ez a garnitúra még a nagyanyámé volt, azért nem dobtam ki, mert nálunk az a szokás, mindent az utolsó foszlányig, szilánkig megőrzünk. Ez maradt. Sosem bocsátottam meg magamnak, hogy feleségül mentem a Hübnerhez. Egy Pék feleség! Én! Én! Ahogy ismételte, abban döjfösség volt. A kisfiú anyja erre hirtelen felállt, megfogta a kisfiú kezét. Egy pillanatig így álltak, mint akik elválaszthatatlanul összetartoznak. Így éltek később is az anyja meg a kisfiú, aki közben ember lett, felnőtt. Hübner néni, indulnunk kell! Még ráértek. A hangja olyan parancsoló volt, hogy maradtak. A kisfiú most az anyja ölébe ült. Az átkarolta, tartotta szinte. Most már semmivel sem törődöm. Ebbe az otthonba. abba hagyta és kiavította. Ebbe a lakásba új holmély, még egy pogácsa szaggató sem került be évek óta. Az előtt három évenként frissen tapétáztattam. Most nézd, csupa rongyafal. fal. Két hetenként jött az ablakmosó. Itt ragyogott minden, emlékezhetsz rá? Most már mindegy. Kínálta a te és így mondta a kínálás mellé. Ezt az újat is a hasadban megtartod? A kisfiú anyja talán akarata ellenére szinte odavágta. Megén, én? Minek? Az ablakhoz lépett, háttal a spalettáknak. Csak az a riasztó, sárgás, fehéres, két szemgolyó világított. Csak ennyit lehetett látni belőle. Két év óta, mondta váratlanul, még a spalettákat sem nyitottam ki. Az előszoba felé szellőztetek. Érzed a doh szagát? És nem igaz? Miért nézzek ki az utcára? Miközben van ahhoz, ami lent készülődik? Vagy az arcomat nézzem a velencei tükörben, és gyűlölettel fordult el a tükörtől? Legszívesebben rádobnék egy törülközőt, mint amikor halott van a házban. Mert én az vagyok. De te, te, ezzel a friss bőreddel, a gyerekeiddel, a mosolyoddal. A boldogságoddal. És kiraksz néhány hónap múlva újra egy áldozatot a világnak, és teherbe esel valahányszor. A kisfiú anyja ismét felugrott, és azt mondta a kisfiúnak, ne sírj. Ezt mondta, pedig a kisfiú nem sírt. Hisz nem is értett akkor semmit. Csak az indulatokat, a hangsúlyokat érezte. És most már nyugodtabban nézte, kíváncsibban Hübnernét, ezt a furcsa sárgásbarna arcot, villogó, kidüllet szemgolyókat, a fehér csíkos, ápolatlan medúza frizurát. Minek hívott ide Hübnernéni? kiáltott fel a kisfiú édesanyja. A kisfiú csodálkozva nézett fel rá. Ezt a hangját nem ismerte. Hogy ezzel gyötörjön? Ezért telefonált? kellett ebben a zavaros világban ide jönnünk. Hübnerné mosolygott. Most először. Hogy lásd, mivé lehet az ember. Mivé lehetsz te is. A te nagy önáltatáson hizlad boldogságod. Azt hiszed, nem tudom, megcsal az urad? Megcsal ő az első évtől kezdve. De ezt nem akarod tudomásul venni. A te boldogságod a kölykeid. Már nem mosolygott. Eltorzult az arca, szinte nyöszörgött. Mert ez lesz a vége. Itt vagy. Eljössz az udvarias, az okos katica, aki úgy csinál, mintha azt sem venné tudomásul, hogy májrákon van, gyógyíthatatlan. Miért csinálsz úgy a te nagy, termékeny boldogságodban, mintha csak viziten lennél, nem pedig egy halálra ítéltnél? A kisfiú anyja közbe akart szólni, de Hübnerné nem hagyta. Ne sajnálj, ne kezdj el bőgni. Még nem fáj semmi. De ha fájna, akkor se kunyerálnék ópiumért. Én éber agyjal akarom érzékelni a végső elpusztulásomat. Én együtt akarok elpusztulni azzal a világgal, amely az enyém volt. Nem veszed észre, most kezd elpusztulni minden. Itt a zárt spalettákon át is hallottam a ricsajt, zenebonát, nótákat. Csupa nekem idegen hang, jelszó. Nem tapasztottam be a fülemet, minek is. Ez az én világom vége. És örülök, igenis örülök, hogy vele együtt már nekem is visszafelé számlálja az idő a perceket. Én ide bezártam magam. Én innen ki nem mozdulok. És megpróbálom elképzelni, melyik valósul meg a két lehetőség közül. A kisfiú olyan szorosan tapadt az anyjához, hogy érezte akaratlan szánakozó sírás készülődik benne. Két lehetőség, Hübner néni. Milyen kettő? Kidüllettek a sárgás-fehér, riasztó golyó szemek. Az egyik, hogy egy fájdalmas, vagy érzékelhetetlen kattanás. És kialszom, nem vagyok. És mivel nem vagyok többé, talán nem is léteztem sohasem. A másik egy pillanatra elhallgatott. Nézd, én kötelességből hívő keresztény vagyok. A származásom kötelez az illem. Az apám katona tiszt volt, a nagyapám is, valamennyi sógorom. Csak én lettem egy pékfelesége. Miért? Miért? Hisz sosem szerettem a hübnert. Soha én. A kisfiú anyja most mosolyogva, mintha vidám bosszút akarna állni közbeszólt. Csak addig a pillanatig tétovázott, még meg nem gyulladt a cigarettája. És azt mondta. Akkor miért szökött meg vele portoroséból? Akkor is tudta, hogy Pék, és nem az a dragonyos, akit maga. Hübnerné úgy tett, mintha nem hallotta volna. Minek dohányzol, ha folyton elalszik a cigarettád? És újra nyújtotta a lángot. A másik lehetőség tehát, folytatta, mintha a kisfiú anyja meg sem szólalt volna, tehát a túlvilág. Hogy az a fájdalmas vagy érzékelhetetlen kattanás most is megvan ugyan, de már röpít is fel más régiókba, a hit törvénye szerint. Melyik lehetőség a jobb? Felnevetett. Te fiatal vagy, ezen persze még nem gondolkoztál. Mének is? Nem is fogok, Hübner néni. És a kisfiú érezte, hogy anyjához símult. Az anyja nevetést nyom el. A bosszú nevetését. Melyik lehetőség a jobb? És megint, mintha oda sem figyelt volna. Ennél a másik lehetőségnél egy más úgynevezett Földön túli közegben továbbra is egyedül maradok azzal a lehetetlen teherrel, aki egy ember önmagának. Nehéz a választás, Katicám. Mert azzal, hogy én nem vagyok, megszűnik a világ, az élet, amit szerettem, amíg lehetett. Ha pedig a túlvilágon az utolsó ítéletig, Sőt, azon túl is hurcolom magamat, emlékeimet, mindazt, amit szerettem vagy gyűlöltem. Újra villant a két merev, sárgás-fehér szemgolyó. Te, melyiket választanád? A kisfiú anyja felállt, szinte diadalmasan kihúzta magát, és a hasára legyintett. Ezt! Hübnerné úgy pattant fel, mintha kardot rántottak volna ellene. Ő is kirántotta, védekezőn a kardot. Tétovázott, mit is mondhatna? Nem irigyellek, mondta aztán. Mi lesz veletek, ha ez a világ és a zárcs palettákra legyintett? Ez megmarad. Azt mondta Hübnernéni, mosolygott a kisfiú anyja, és szorította a gyereke kezét. Fiatal vagyok, de büszke vagy rá. Hát én, Liebe Hübner néni, mindent vállalok. Sajnállak. Arcára lebentette a csipke Most mehettek. Visszafelé gyalog mentek. Már alkonyodott kis szellő, az édes szennyes szagaduna felől, az Andrási úton a kavargás, piros zászló katonák. Mentek, az asszony fogta a kisfiú kezét, a kék hintó mellettük kocogott. Otthon a régi házban a kisfiú édesanyja levette a kalapját, megigazította a soppot. A kisfiú nagyanyja már türelmetlenül várta őket, a nagy szobában vakított a csillár. Miért vagy olyan vidám? kérdezte. A kisfiú anyja felnevetett. – Zízt, wirklich eine hexe! A kisfiú felnézett az anyjára a magasba. – Mi az anya? – kérdezte. – Hexe! – Boszorkány! Aztán elmúlt néhány évtized. Felnőttem, hisz én voltam az a kisfiú. Anyám megöregedett. A ház, az údon belvárosi ház már nem a miénk. Csak én, felnőtten már, voltam az anyámé, és az anyám az enyém. A csillagtérkép Volt a nagyanyám szobájában, bordó plüskeretben, egy csillagtérkép. Rejtelmes körlap, sötétkék égen a csillagképek, apró, bolyhos csillagcsoportok, magányosan égő éjjé vándorok, a tejút fehér füstje. Féltem a csillagtérképtől, és mégis odalopakodtam gyakran. Volt néhány gyerekkori esztendőm, amikor szüntelen a csillagtérkép varázslatában éltem. Ha nem is láttam, gondoltam rá, és sajátságos megsemmisülést éreztem. Nem éreztem valóságosnak önmagamat. Ha a csillagtérképre gondoltam, megpróbáltam elveszni a csillagok közt, vagy ott szárnyalni velük. Ez a csillagtérkép, ez volt az első félelmem. Sokára jött csak utána a többi. Eszembe juthatott -e már akkor, hogy nem az ég a nagy kísértés. Nem attól kell félnem, hanem attól, aki én vagyok. Idegek, sejtek, ösztönök, indulatok szövevénye. S lassan nyíltam csak ki, tanultam meg a forgandó világot önmagamban megtalálni. De így ezt csak most hiszem persze, egy emberöltő elmúlta után. Ott a csillagtérkép előtt még nem tudtam megnevezni a félelmet, a rettegést. Gyerek voltam, s annak is milyen kicsi. Még ősi szörnyekkel viaskodtam öntudatlanul is. Egy téli éjszaka aztán meghalt a nagyanyám. Az utcai szobában haldokolt éberen és józanul. Mi ott ültünk, vártunk a csillag térkép alatt, zsibbattan az álmosságtól, hiába akart hármunkat, hárman voltunk még akkor, ágyba kergetni az anyánk. Mintha csak azért vártunk volna, hogy tanúi lehessünk az elmúlásnak, mint egy előlegül kapjuk kezdődő életünkhöz. A halál sokára érkezett. Ott ültem, Szemben a nagy fali tükörrel láttam a rokonokat, láttam magamat, álmos fejemet. S váratlanul, úgyhogy megrettentem, hisz nem számítottam rá, megláttam a tükörben fejem felett a csillagtérképet. A szalomban, itt ültünk, árva, sárga villanykörte égett, a csillagtérkép csillám szemcséi felvillantak, ha valaki felállt és kiment, vagy visszajött és leült, ahogy ilyen virrasztásnál szokás, és eltakarta csillagaimat, és elém lebentette újra. Hajnali négykor anyánk végre megállt a haldokló szobájának ajtajánál. Már nem sírt, sápat volt csak. Most is hallom száraz hangját. Most halt meg. Hogy ezután mi jött, arra alig emlékszem. Dobosné a házbeli bábaasszony ecetes vízzel teli lavort hozott, segített neki Hermén kisasszony, a púposka házi varrónő, mert az is köztünk várt, és talán Kisböske is, a nálunk néhány évvel idősebb játszótárs, akit azért nevezett Kisböskének mindenki, mert annyi böske Erzsébet, Erzsi volt a családban. Most ők mentek be a halotthoz. Anyám közénkült. Hirtelen feltámadt benne az a szeretet, amely előbb vesztette el értelmét, de most már nem nagyanyánk, mi irántunk, gyerekei iránt. És ezzel a szeretettel árván kicsit húzott hármunkat magához, s mi bújtunk, lassan elszunnyadva ebben a kotlós melegben. Még mosolygott is, ahogy a papír állatkákat látta az asztalon, játékainkat. A szoba ekkor ingani kezdett, nem láttam már tisztán az arcokat, s amikor később anyám ölében felébredtem, kértem mutassa meg nagyanyámat. Kézen fogott, bevezetett a halotthoz, s a fél homályban, szinte füstön át, láttam egy pillanatig a viasz sárga, gyorsan fehéredő arcot, fehér haján a csipke pillangós főkötőt. Amikor a temetés után hazajöttünk, megváltozott lakás fogadott. Nagyanyám szobájába besütött a nap. Világos volt minden, leszették a nehéz, titokzatosan sötét drapériákat. A szemközti ház tetejéről a hú is bevakított vidáman, a kájhában izgékonyan lobogott a tűz. És sehol sem találtam a csillagtérképet. Eltűnt. Elvitték. Talán halál vitte el azt is. Hány év múlt el azóta? Jobb nem gondolni rá. Az ifjúság olyan gyorsan véget ér, csak amíg tart érezzük örökkévalóan, romolhatatlanul állandónak. Éveim tükréből már más valaki néz vissza rám, mint aki ámulta, félte valamikor a csillagtérképet. Még mindig ott éltem a családban, itt is akarok élni, de a régi szobák közül az egyik, az, ahol nagyanyám meghalt, már csak az enyém. Külön terület ez, és persze külön világ, nem hasonlít a többi szobára. Megvan a magam külön rendetlensége, amely oly szépen példázza az én számomra a rendet. Az egyik sarokban álló lámpa világít, barátságos fénnyel. Eleinte színe sejemernyő volt rajta, így kaptam anyámtól. Aztán kicserélte, egy karácsonyon új ernyőt kaptam. Az új ernyőn térképek, elrajzoltan, valami réges-régi atlaszból kimásolva, Ausztrália, akár egy furcsa spondja, India, mint egy odvas, nagy fog, és Európa sem ismerős, csak tetején az álmos oroszlán, Skandinávia, és alul a csizma sarkantyúsan, Itália. Megszoktam a térképet, sosem néztem meg közelebbről, hisz semmit sem találtam volna az igazi helyén, egyetlen hegysort, folyót sem. A lámpa volt a fontos, a fény, és amit jelent, a nyugalom. Eztendők után aztán egyszer megálltam a lámpa előtt, valamit kerestem mögötte, egy könyvet a polcon, és egy pillanatra megzavarodtam. Mintha az ernyőn ott tündökölt volna a csillagos ég képe, a csillagtérkép is. Bizonyára nem volt ott, soha többé nem láttam, nem is láthattam, de akkor egy nehéz órán még felsejlett néztem a csillagok kusza rendjét, s eltűnt körülöttem minden. Lebegtem, mint akkor gyerekkoromban, az iszonyatos és kiismerhetetlen semmiben. A lét kétsége fogotta -e el valami megdöbbentő értelmetlenség, amit akkor érezhet az ember, amikor még maga is a titokhoz tartozik, kisgyerekként. Mindaz, amit élményekből, tapasztalatokból, boldogságból, boldogtalanságból húztam védelemként magamra, eltűnt. Ott álltam, pucéran, szemben a képtelenséggel, a semmivel. Ugyanaz a szédülés fogott el, mint nagyanyám szalonjában, s ugyanaz a tehetetlenség is egyszerre elvesztettem mindazt, amit nagy nehezen megszereztem magamnak. Néztem a csillagok ábráit, s mögöttük a végtelenség félelmét. És azt hittem akkor, hogy nem változtam. Ugyanaz maradtam, mert ugyanaz volt a félelem is, épp oly bizonytalanul, szédítőn, mint gyerekkoromban. Az utcáról a harang szóriasztott fel. Békésen, sűrűn úszott át a sarki templomból a falakon. Odakint sötétedett, először fekete, áthatolhatatlan semmi lépett az ég helyébe, s aztán, mintha ezüst szögecskékkel szórná tele egy láthatatlan óriás keze, egyenként feltűntek a csillagok. És eltűnt a csillagtérkép, akkor láttam utoljára. Soha többé meg nem jelent. Kopogtak, vacsorához hívtak. Az ebédlőben barátságos lámpafény. Az asztal körül a régi arcok, anyám és öcséim. Anyám húst tett a tányéromra, lassan enni kezdtem én is. Salátát nem veszel? kérdezte anyám. Szótlanul engedelmeskedtem. Szóltak hozzám, Beszélgettünk, pontosan és józanul feleltem arra, amire felelni akartam, de mégis valami szédítő messzeségből. Amikor a tésztát hozták, kicsit már tisztult ez a messzeség, már a valóságot láttam, test közelben volt. Apró szúrásnyi szorongást éreztem már csak, de ez a szorongás nem hagyott el azután sem, ahogy talán csak elhalkult de ott bujkált bennem mindig. Aztán leszették az asztalt. – Mi van veled? – kérdezte anyám. Hm, – Semmi – mondtam. Nem kérdezett többet. Mindig csak annyira volt kíváncsi, amit elmondtunk, és amit elmondhattam én is. Aztán meghalt egyszer az anyám is virrasztás, de már józan kora reggeli fényben. Amikor elföldelték, magam sem tudom miért, a csillagtérkép jutott az eszembe. Elhatároztam, megkeresem. Ott kell lennie valahol a lakásban, a padláson, a pincében. De nem kerestem mégsem, hiszen tudtam, sehol sincs már. Csak az vigasztalt, hogy valamelyik padláson, pincében, egy szekrény lomjai között ott lehet, és az a jó, hogy egyszer talán megtalálhatom. Fosztjuk Luisa nénit. Lassan kegyetlenek leszünk. Magunk sem tudjuk miért. Mi ver meg bennünket? az önzés és az irítség? Vagy azt ismerjük meg, hogy tíz körömmel kell ragaszkodnunk mindahhoz, ami egyszer a miénk volt? Ki magyarázhatja meg, miért lesz rossz, aki jó akart lenni? Ki vesz rá, hogy jónak lássuk a jót, és rossznak a rosszat? Apánk se tudta, hogy kegyetlen, hogy a bűnösnek is joga van, ha máshoz nem, hát a bűnéhez. Ezért fosztottuk ki Luisa nénit 1922-ben. Én még szégyellem, de napról napra jobban hűlök, önző leszek, öregszem. Nem sokára elfelejtem a szégyent is. Mencs meg, Uram, ettől az éjszakától. Ezt szeretném kérni. Ezért gyújtanék gyertyát minden nap. Lujza rokon volt, Schiller román mészáros mester özvegye. Soppos, óriási frizurát viselt, mint a királyné, kontját vékony hajháló fette, és gyönyörű harminckét újfogat viselt a szájában. Kövér volt, mérsékelt, kényelmes, mint egy úr, hiszen mindig csak szolgált, sohasem parancsolt. Hóna alatt becsavart esernyővel jött reggel az üzletbe, ha minisztrálni mentünk az átment hajnalain, a bágyattan égő lámpák alatt mindig találkoztunk vele. Délben már a kasszát csattogtatta, a regiszterből potyogtak ki a cédulák, újatlan csípkekesztyűs ujjával szorgalmasan forgatta a fogantyút. Együtt ebédeltünk, külön szalvétatokja volt, mint a családtagoknak. Lujza néni inkább rokon volt, mint pénztárosné a boltunkban. Ha ebéd után ledült, senki nem zavarhatta. Álmodjon szépeket, hiszen megérdemli. Az apánk egyszer azzal a furcsa, kicsit könnyes melegséggel a szívében, mely még a lelketlen rokont is elfogja, ha jót tesz a vérével, állapította meg. Én bizonyisten nem tudom, hová lennék a Lujza nélkül. Luisa néni alkonyatig trónolt a számlálatlan kenyerek, zsömlék, kiflik között az elkerített kasszában, szombaton úgy terítette azt a pénzt adakozón, mint egy angyal halára sértődött volna, ha utána olvasnak. A levegő karácsonyra lassan átfagyott. Kemény, téli szelek jöttek, apró szemű, sűrű, csípős hó is átszaladt már a városon. Estére befagytak az ablakok, a higany leszaladt az ablakpárna alá, a márványosan foltos üveg mögött a háztetők tele voltak hóval. Ahogy csendesedett, hallottuk a Dunáról a torlódó jégtáblákat, egy-egy vakmerő uszáj füttyét a gellért hegy alatt. Az ebédlő ajtaja alatt a rózsaszín volt a rés. Semmit sem láttunk, a szoba megtelt a paprikás hal illatával. A kulcsjukon átjött a gyerekszobába a szaga, a gyertyák édes füstje. A szaloncukortól már gyertyagyújtás előtt fájt a hasunk. Amikor beléptünk a fa elé, a széken ajándékot találtunk Lujza nénitől. Énekeltünk, imádkoztunk, anyánk sírt, a karácsonyfa lihegve ingatagon forgott a zenélő dobozon, mintha a levegő sodorná lassan. Később anyánk meggyújtotta a csillagszórókat is. Nagy karácsony első napján nem nyitnak ki a pékek se. Tíz év óta lujza néni csak ebédre látogatott el, friss soppal. A szentestén gondosan sütötte haját a frizérné. Ültünk az ablakban, a villanymozdony berregett a szőnyegen, a hó vastagon esett, a sárga eget se lehetett látni, szemben a tetőket sem. Apánk a déli mise előtt bejött, bundájában, melyben akkora volt, mint egy óriás. Arca komor volt, és rossz kedvű. Öltözzetek és gyertek, fölmegyünk Luisa nénihez. A kocsiban nem lehetett vele beszélni. Különös csend volt kint is. Ahogy a Ferencvároson úsztunk át, a szűkebb utcákon szánok csöngtek el mellettünk, egy-egy kékes jégpályáról muzsika vetődött felénk, aztán kisebbek lettek a házak, a fák elmerültek a hóban. Luisa néni a Ranolder utca végén lakott, ahol a szegény negyed jön már, és nem sokára a vasúti töltés is feltűnik. Csupasz ecetfa állt az udvarán, kerekes kút, Körös körül félig nyitott emeletes házak néztek be az ablakon. Apánk megrázta a csengőt. Leverte magáról a havat, ami a kocsitól a kapuig került rá. Kalapját tarkójára tolta. Luisa néni nyitott ajtót, félig eresztve ki előbb a láncot. Kabátban volt már, és kalapban egy pillanattal előbb a kesztyűt húzhatta föl, az orra púderes volt, két orcája piros, mert szívesen festette magát, s akkor először csináltatott frufrut. Készülődött. Indult a karácsonyi ebédre. Jézus Mária, karcsi, csak nincs valami baj. Szaladt előre, félig hátrálva, kalapját hamar egy székre tette. Az üvegajtón fehér függönyök. A szoba szagos, tele habos párnával, stikkelt rokokóképpel. Úgy szégyellem magam, még megfagytok itt. Ilyenkor nem fűtök, este, ha megjövök tőletek, úsgyi csak hamar az ágyba, a dunyha melegebb, mint két kájha. Keze a levegőben maradt, mert apánk nem szólt, csak megfogta az egyik bídermelyerszéket. széket. Most láttuk mi is, hogy indulat van benne. A szék majd szétroppant az ujjai között. A hangja fátyolos volt. Fenyegető. Tegnap előtt ott volt a Rosalieb. Megnéztük a könyveket. Kerestem a kasszakulcsot a klotkabátodban. Honnan van ez neked? Benyúlt a zsebébe, egy csomó papírpénzt tett az asztalra. Luisa néni egyszerre cékla vörös lett. Nem is a szégyen vöröse volt ez rajta, majdnem a guta ütésé. Lesütötte szemét, aztán hirtelen apánk szemébe nézett. Most láttuk először a pillantását, élesen a puha, gömbölyű zsírpárnák közül. Semmi félelem nem volt benne, így az néz, aki valamivel már leszámolt. A tiétek. Miért tetted el? Vállat vont. Tolboáját a nyakához szorította. Loptam. Nem csak ezt loptam. Loptam mást is. Belefogóztunk apánkba. Iszonyú volt ez. Lújza néni konokul nézett szembe, megserezdült. Most már vörös sem volt. Nyugodtan, frufrusan állt, úgy még, ahogy elkészült egy jó érzésre. A szívem megszakadt majdnem. Most láttam először két sors között valakit, a között, ami visszahozhatatlan, és a között, ami elindult feléje. Csak ne vallott volna, éreztem. Csak ne lenne becsületes a bűnében. Mint a kutya, éhesen és boldogan, aki elől elrántják az ételt. Ezt tettük vele, amikor vállaltattuk vele a bűnét. Megaláztuk önmagunkat is. Apánk tagadást várt, erre nem készült fel. Nem is tagadod. Minek tagadnám? Egyszer úgy is megtudsz mindent. Ha keveset már tudsz, miért ne tudj többet? Én nem leszek kevesebb úgysem, te se leszel különb. Volt valami pökhendi, elszánt ebben. Egyszerre elöntött a rokon szemv, mintha igazat látnék a maga igazságának védelmében. Ennyi csak a bűn? kérdeztem később. Épp úgy megáll önmagáért, mint az erény? Mit kell akkor csinálni? Hogyan kell a jót csinálni, hogy külön, saját elidegeníthetetlen mértékének feleljen meg? Luisa néni elfésülte homlokából a frufrut. Idegesítette. Értelmese volt már. A harag első eldöntő pillanatában messzebb volt tőlünk, akik eddig szerették, mint minden idegentől. Mi köze lehet már a cicomához, amit nem tud már használni, ami semmit sem ad neki? Apám leült. Tele volt határozatlansággal, kegyetlenséggel. Ez a kettő keveredett benne. Fölgombolt a nyakig a kabátját. A szobában látni lehetett a lélegzetet. Mindened megvolt. Miért tetted? Luisa néni egy percig megint szembenézett vele, aztán elkapta a fejét. Nevetett. Aztán elvesztve magát, rikácsolni kezdett. És ez a rikácsolás olyan volt, amikor a kutya vergődik hörögve a sintér mind jobban szoruló hálójában. Miért tettem? Miért tettem? Minek hagytad? Mindenki lopna, ha szabadon hagynák. Ha a tiéd, hát vigyázz rá! Te vagy a felelős! Épp olyan bűnös vagy, mint én! Ne légy olyan nagy legény! Az udvarban sűrűn kavargott a hó. Apánk alatt recsegett a szék. Nehezen bírt el ekkora embert. Apánk csupa szégyennel volt tele két út állt előtte. Visszavonhat még mindent, és Luisa néni, aki visszatérne a bűnével, mint egy sárga szemű macskával a vállán, már meglakolt a bűnéért. De büntetheti is, szétszedheti mindenét, őt magát is. Legjobban az oktatás fájt apánknak, hogy bűnösnek érezhette magát, hogy egy pillanatra elhitte, a bűnért ketten felelnek, a bűnös, meg aki ellen a bűnt elkövették. Sajnálhatta is, meg nem is. Kirántotta az ablakot. Zúgott a hó, a szél, a hideg, vékony zománcot mond mindenre. Ki kiáltott? Jakab, jöjjön be! Némán álltunk az ablakban. Fütyült a szél, az ecetfák csontvázáról rohant szerteszét a hó. kocs is bejött, hosszú bajusz a csupa hó. Jakab, szedje le ezeket a képeket! A kocsis engedelmesen sorba leszette a virágmintás falról a képeket. Ámor és pszichét, lédát a hattyúval, a stikkelt, siloni várkastét. Apánk megint ült, szétvetette két lábát a bűn részes ítélt most benne. Ezért lehetett ilyen kegyetlen. Ezüst rámában függött a falon Schiller román arcképe. Hatalmas bajussal, vastag nyakán égtelen nyakkendőbog. A kocs is leakasztotta azt is. Apánk rászólt, a hideg ment végig rajtam. A képet üsse ki, csak a rámát visszük. És mi is munkát kaptunk. A kézi munkákat kellett leszedni a székekről, a horgolásokat. A díszpárnákról fejtettük le a bársonyt, sejmet. Egyenként vettünk vissza mindent. Mindent, amihez a bűn tapadt. Mintha annak, aki szemmel védkezett, a szemét oltanák ki. És aki az ujjaival, annak az ujjait szaggatnák le írtózatos hideg volt már oda bent, a szőnyek tele hó lével. Apánk türelmetlenül rángatta le a függönyöket és gyűrte egy csomóba. Egy puha perzsába a kocsis bekötötte a nippeket, ezüst gyertyatartókat. Meg volt rakva velük minden asztal. A pusztítás nem sokára nyomát se hagyta semminek. Apánkat most már elragadta a büntető szenvedély rombolni is tudott volna. Teljesen értelmetlenül még a falból is kiszedte volna a szögeket, a székekről le a húzatokat, hogy kárpótolja magát mindenért, ami érte. A veszteséget, amit Luisa néni okozott, egyre pótolhatatlanabbnak látta. Add ide a szekrény kulcsokat! Nesze! Az ezüst a komódban van! Nem akartam, hogy lássátok. A merőkan alatt neveddel Katicától kaptam tavaly karácsonyra. Az anyánk minden karácsonyra vett valamit egy ezüst besztekhez, Luisa néninek. Hadd barátkozzék a szegénységgel. Egy gombos tűt nem hagyok meg neked, érted? Szemet szemért, fogad fogért. Te sem kímértél, amikor loptál én se kímélek, amikor büntetlek. És ha tudni akarod, ülni is fogsz. Minden krajcárért ülni fogsz. Te nem érted meg ezt, Karcsi, amiért loptam. Nem is magyarázom. Jakab az alkóvból kihúzta a varrógépet, sűjeszthető világos sárga remeket. Egy kis asztalról levette a gramofont, az óriási vörös tölcsért a lemezeket. Nem sokára egy halomban volt minden, a szekrény üresen állt. Luisa néni érzéketlenül nézett maga elé, mint aki egész testére megbénult, és a lélek annyi se benne, mint egy viasz babában. A kocsiba csak a három öcsém fért bele. Mi gyalog mentünk apámmal. Nehezen lépkedtünk a hóban. Egy pillanatra láttam Luisa néni rémült, iszonyodó arcát. Miért tettük ezt? Gondoltam. Miért volt olyan fontos a magunké? Miért állhattunk ilyen bosszút? Az életéből fosztottuk ki Lujza nénit, mintha kirántanánk kezéből az ételt, amiért éhesen élhal. Egy sárga varrógép, egy ezüst ráma, tizenkét frottir törülköző, ovális kis csipkék. Vágyak ezek. Úgy tud beléjük költözni valaki, feje búbjáig, elepedőn, mint a saját testébe. Louisa néni talán ezért lopott, és ha bűnös volt is, ezekért a holmikért volt bűnös, ezekért a megtestesült vágyakért. Elszánt voltam, én futni hagytam volna a bűnöst bűnével. Vannak ilyen indulatok, mint a vágy egy varrógép, egy végvászon után, s oda nem nyúlhat senki, semmi, még a büntetés sem. Éreztem útközben is, naftalinszaga volt a holmiknak, még a gramofonnak is, király Ernő mulatónótáinak. Egyesztendővel azelőtt láttam Lujza nénit, ahogy elolvad ezekben a mulatónótákban. Bűntessük hát! A bűn bűntetést érdemel. De valamit meg kell hagyni mindenkinek. Egy valamihez joga van mindenkinek. Mi az, édes Istenem, mi az? Nem tudom, nem tudtam. Talán azért esik annyi igazságtalansága jókkal, és igazságtalansága bűnösökkel, mert mindenkinek joga van ahhoz, hogy így vagy úgy, de maga feleljen az életéért. Küszködtünk a hóban, hallgattunk. Lopva fellestem a magasba, apámra. Apa, mondtam, maga sír? Sírok, felelte. A két ünnepen ránk se nézett, nem beszélt oda haza senki anyám pirosra sírta a szemét. De Luisa néni azért leült három hónapot Mária Nosztrán. Házai. Apám szenvedélyesen vásárolta a házakat. Az egyiket még ki sem fizette, el sem adta, már is megvette az újat. Őrá alig emlékszem, de emlékszem a házaira. Fent a Farkasréten, a Kamaraerdőben, a Vincellér utcában, Budafokon, a Péterpál utcában. És emlékszem a legcsúfabbra, a Páva utcában. Végeredményben a sok-sok ház közül egy sem volt igazán a miénk, még lese se itatták nevünket a telekkönyvben, már át is írták. Egyetlen ház volt a miénk, a nagyanyámé. Ott élek most is, ha felnézek a második emelet fölött a tetőre, rajta látom a házakat. A farkasréti vitillót, a kamarerdei tornyos pókhálós kastét, a páva utcai földszintest. Húsvétkor nagy volt a készülődés mi nálunk. Négy gyerek, négy fiú, hétfőn a locsolkodás. Anyám szépen kimosta az orvosságos üvegeket, mennyi iszonyatos emlék, ipe kakuána, csuka májolaj. Megtöltötte kölnivel, kevert vízzel, lekötötte egy vászondarabkával, és kiluggatta. Egy, kettő, három, négy, négy gyerek, négy üveg hajnalban lopóztunk hosszú hálóinkben alvó anyánkhoz, és locsoltuk, felébresztettük. Friss und gzond! Kiáltoztuk, mert nálunk ez volt a szokás. Frissességet, egészséget. És anyám nedvesre locsoltan, már emelte is a paplant, és mi bújtunk mellé a kettős ágyba, melynek másik felében akkoriban már olyan ritkán aludt az apánk kicsit melegettünk, talán el is aludtunk a kölni anyánk melegében. Aztán ugrottunk, szaladtunk, végig a lakáson, a házon. Anna néni, a szakácsnő, a kisböske, ugrasztottuk ki őket az ágyból. Felvertük a bajszos szemölcsös házmesternét. Fel a második emeletre, négyen mezitláb lobogó hosszú ingben. Én voltam a legöregebb, Épp hogy tíz éves, a legkisebb, még öt is alig. Cipeltük, húztuk fel magunkkal. Fel a második emeletre, a hátsó lépcső szemetes kosarai mellett, az eszmélő hajnali szürkeségben. Az udvar szeliden, egyenletesen drummogott, dolgoztak a pékek, majd jönnek locsolkodni anyámhoz ők is. Oszlott a szürkeség, húsvét hétfő volt, kék eget, napfényt, meleget ígért. Négy fiú hálóinkben öntöttük belőle az ajándékot, hímes tojást, csokoládét, nyulat, fényes pengősöket. Anyánk már pongyolában újra töltötte az orvosságos üvegeket. Na, öltözni, mondta. Apátok, meg ne lásson! Egy kis keserűség a hangjában megszokta. Húsvéti ünnepek. Hol kivel lehet a nagyszombati családi sonka óta. És mi négyen, kiöltözve, megfésülve szépen, egyforma barna bársony ruhában, fehér mozartgallérral, fehér kesztyűben, lakcipősen. Uzsgyi, lefelé most a lépcsőkön, anyánk alig tudott követni. A hintó már várt a ház előtt. Jakab! – figyelmeztette anyánk a kocsist, amíg mi négyen megszálltuk a kék bélésű hintót. Aztán vigyázzon rájuk, és csak a rokonokhoz, aztán haza. Már indultunk, de anyánk még beszólt a hintóba. El ne felejtsétek, nagymamának, írmanéninek kezet csókolni, mert ezt az egyet nem szerettük. Négyen, négy emberféle már akkor is, csak egyben egyeztünk, akkor is, azóta is. Nem szerettünk kezet csókolni, nem szerettük a családi csókolózást. Egyet a jobb orcán, egyet a balon, aztán újra másodszor is kezet csókolni. Anyánk ritkán csókolt meg minket, és ha igen, annak oka volt. Vagy családi ünnep, vagy ha nagyon egyedül érezte magát. Az este, mielőtt meghalt, akkor csókolt meg hosszú hónapok után utoljára. Az a Hintó! Már elfoszlott a hajnali tükörhomály, sütött, de nem melegített a nap a belváros fölött. Úsztunk, lebegtünk szinte, üres az utcánk, üres még mindegyik utca. Nem volt sietős az út, elringatott, a kicsi el is aludt. Lebegtünk át a Lánchídon, át Budára, az Erőd utcába. Vágtattunk fel négy bársonyruhás kisfiú. Zseni néni, a két kamaszlánya, hm, micsoda más világ. Se kezet csókolni, se jobbra-barra cuppantani nem kellett. Csak locsolkodtunk, és beiglit, császárkörteli kört kaptunk, pengőt, csokoládét. Aztán újra át a Dunán, a Margit hídon, kicsit spiccesen az apai rokonokhoz. Erkélyes büszke háza a Dob utcában. Sehogy se illett oda. A kész csókok, csókok, a locsolkodás, a sütemények, piros tojások, csokoládényulak. És a fényes pengők. Irma néni maga fényesítette, vagyis a nene, a keresztanyám minden családban van egy áldozat, amilyenben ő volt. Elsírta magát. Régi húsvétokra gondolt, amikor még a vőlegényét várta, akit most is gyászol. Mert az a nő volt, aki csak egyet tudott szeretni. Ahogy valaki csak egyetlen imádságot tud, de arra hallgat a jó Isten. Az örömben csókolózásban akkor még nem értettem a könnyeket még egyszer rálocsoltunk Irmanénire, nénire, s akkor már nevetett. Még nyolc óra se lehetett, lángolt, ragyogott már a húsvét hétfő. A csúf dobutcai házak kivirágoztak, a nagy körút fáin a reggeli csöndben szinte hallhatóan pattant a tavasz, a levélkék. Most aztán haza, mondta a kemény kalapos kocsis. Ahogy keresztanyám volt a hivatalos áldozat a családban, az egyik öcsém kicsinyen is már könnyelmű. Apát, fia, mondta az anyánk. De ilyen is kell, ilyen is van minden családban. Jakab bácsi, szólt fel a bakra, most a Páva utcába. A kocsis hátra nézett le a hintó sötétkék öblébe ránk. Oda nem szabad. Mégis oda megyünk, ne tessék erőszakoskodni, Duci úr! Azonnal odahajt! Mi, többi hárman is, vágyódni kezdtünk a Páva utcába. Ez volt akkoriban apánk legfrissebb háza. Valamennyibe bemehettünk, szaladgálhattunk, kedvünk szerint, volt, amelyikben nyaraltunk is. Csak a Páva utca maradt tiltott terület, azt csak a hintóból láthattuk. Földszintes épület, ablakaiban egy-egy nő. Duci, ka, oda nem szabad. Ha, ott rengeteg néni van. A kemény kalapos kocsis engedelmeskedett. Duci úr mindig elérte, amit akart. És hajtottunk. És újra úszott, lebegett a napfényes nagykörúton, ebben a villamos csiningelő varázsvilágban a hintó. És már befordult a páva utcába. Szennyes és omladozó volt itt minden, akár csak most. Egyik ház, akár a másik. Falu széle. És a mi házunk csúf volt az is. A zöld keretes ablakok bezsalúzva, befüggönyözve. A nagy, barna fakapu kinyílt. Hatalmas udvar, az udvaron kerekes kút, ecetfák. Rengeteg ajtó, ablak. Egy ajtó, egy ablak hosszan, végig az udvar oldalán. Itt lakik tehát a rengeteg néni, akiket a hintóból kitekintve láttunk. Öregebbek, fiatalabbak, soványkák, kövérkék, mélázón vagy vihorászva kikönyökölve az ablakban, a kapuban ácsorogva ketten-hárman. Anyán kis velünk volt az első szemlén, ő sem szállt ki, és amikor apánk visszajött, közénkült, Rémülten mondta neki, gott karcsi, das ist doch ein bordell. Mennyi néni, csak telik még a vizezet kölniből, és akkor micsoda aratás, fényes pengők, csokoládényulak, tojások. Erre gondoltunk mind a négyen. Kicsit megilletődve álltunk meg a téglával kikövezett utacskán, a kerekes kútnál, a mélán összefogózó ecetfák mellett. Hát ez a tiltott terület, ahová belépnünk nem szabad, ahová most orvul betörtünk. Az egyik zöldre festett ajtón bajuszos, kurta sárga felültős úriember lépett ki. Megállt, zavartan nézett ránk. Aztán felhajtotta a kabátja gallérját, s mind jobban gyorsítva osont a téglával kirakott utacskán kifelé. Az ajtót nyitva hagyta. Friss und gzund! zúdultunk be. Kövérkés, nagyhajú, álmos nő állt rövid hálóinkben egy lavór előtt a szobában. A lavorban lilás, tükröző felületű víz, és lélegzethez se jutott. Locsoltuk, locsoltuk mind a négyen. Jézus Isten! sírta el magát nevetve. Locsolók! A kiáltásra nyíltak az ajtók. Álmos, kócos nők bukkantak elő, soványkák, kövéresek, pongyolában, hálóinkben. És mi locsolkodtunk, sorra mindenkit locsoltunk, kilocsoltuk, ami az orvosságos üvegekben volt. Az egyik nő felkapta pipacs virágos kebléhez szorította ducit. Te drága, kiáltotta, és sírni kezdett. Egy másik kiszaladt az udvarra, dörömbölt egy ablakon. Mamzi, mamzi, ezt a csodát! És már jött is egy vastag, szemölcsös öregasszony, takarosan fésülve, ropogós fehér melles kötényben, nyakig zárt blúzán egy kámea és megrohamoztuk. Friss und gesund! A legkisebb üvegében már nem volt semmi, de rázta, rázta, ami kicsúszott a kezéből, és frizuráján találta a mamzit. A mamzi nem haragudott, felkapta a kicsit, össze-vissza csókolta. Az udvar tele volt nénivel. Jól számítottunk, micsoda aratás! De abban a Páva utcai házban nem számítottak locsolókra. – Mit adjak nektek? – mondta valamelyikük. – Egy tojást – mondta a másik. – Egy szem sincs a házban – mondta a mamzi. – Megettük körmenet után a sonkához. A pipacspongyolás nő erre beszaladt a szobájába, előhúzott a vetetlen ágyból párnája alól egy tízest. – Nesztek, srácok, osztozzatok! – Duci úgy kapta el a tízest, hogy színét se láttuk többé. És a tízes mellé az egyik néni találta valahol egy friss tojást. Nagyon álmosak voltunk már, indultunk, búcsúszkodtunk. Sorra kaptak fel, öleltek meg minket. A kövérkés nagyhajú nő, tőle ment osont el a sárga felültős férfi, a kapuban még egyszer felemelte a kicsit. Drága, Ismételgette. Drága, négy ilyen kis húsvéti piros tojás. És a kicsit betette mellénk a hintóba. Mamzi, ne nézzem most rám. Én bőgök. De a mamzi sírt, és sírt vele még vagy tizenöt nő. Ott a kapuban, hálóinkben, pongyolában, papucsban, mezitláb. És mi integettünk, amíg csak láttuk a csúfházat, a hintó úszott, lebegett újra vissza a belvárosba. Apánk húsvét hétfőn sem jött haza, kedden sem. Szerdán azzal köszöntött be, Katica, hoztam neked egy piros tojást. Most, és anyánk csak ránézett, szemrehányás nélkül eladtam a Páva utcai házat. És most egyelőre nem veszel újat. A tárgyalok, mondta apánk, és mi körülvettük, mint ritkán látott idegent. Van egy villa Budafokon, jó lesz a gyerekeknek. Ez Leonóra barátnője. Az e ő lányok szépek voltak, hamvas szőkék, mindkettő nagyszabású, dús jelenség. Ilyen monumentális valaki volt eő bácsi is, a festő, művész baretben, felleghajtóban, kendősen, deres bajussal. Impozáns volt e ő néni is, derűs, kardos nyughatatlanságban vigyázva férjére, lányaira, a kertre, műteremre. Az a kert a rákoson. Csak ámultam. Akkoriban nőttem ki az elemit. Mennyi szobor, micsoda műkő vázák, s mindez elszórva a gazdag lombú fák titokzatos bokrok között. Egy faun kacsintott elő a rododendron mögül, ámorok, amorettek pislantottak rám a rozsduló vadszőlő ágbogából. Az egyik gazos utacska fordulóján sárguló, fehér olajfestékkel bekenve nem más riasztotta a madarakat, mint maga a belvederi apolló, övig repkénnyel őve. Mesebeli kert, mesebeli műterem. De hiába kerestem nagy vásznakat, csata jeleneteket. Eő bácsi gyermekdedlélek volt, hatalmas kezével amuletteket festett, parányi képecskéket, s vázlatokat sírkövekre, bérházak falára egy kőfaragónak, gírlandokat, csókolózó madárkákat, pici ámorfejeket. A villában állandóan szólt az ének. A két Eő ugyanis a konzervatóriumba járt. Cili, koloratúr szoprán, Reli, mezzó a mindig felhevült E.Ő néni kísérte zongorán az áriákat, dalokat, duetteket. – Hát nem zseniálisak? – kérdezte egyszer. – Csak vigyék valamire – bólintott anyám. – Ennyit mondott csak, mert minden álmot lefordított az elérhető lehetőségre. – Reli – és E.Ő néni egyetlen ragyogás. A jövő pénteken mutatkozik be a dalszínházban. Amneris? kérdezte anyám joggal, hisz relike mezzó. Eboli vagy Inez, lelkesedett a néni. Leonóra barátnője. Persze, mondta anyám, a trubadúr. Valahogyan el kell kezdeni, mentegetőzött e ő néni, de tihanyi Vilma lesz Leonóra. A próba fellépés előtti hét egyetlen izgalom. Megvolt a jegy anyámnak meg nekem. Egyszer Cili is feljött, bemutatta vőlegényét, az ifjú, de már erősen kopaszodó gyártulajdonost. – És te? – kérdezte anyám. – Te mikor mutatkozol be az operában? Cili megfogta az ifjú kezét, mosolygott. – Én rezignáltam, nem konkurálhatok Sándor Erzsivel. – Akkor jobb el sem kezdeni, inkább öt gyerek. Az ifjú gyártulajdonos zavartan megrezzent, Túlzott lenne ez a bőség, elég lesz három is, mondta. A bemutatkozás reggelén anyám kézen fogott. Csokrot relikének. Természetesen az ismerős virágüzletbe mentünk Betty nénihez. Csupa füllet illat, pár a bolt, tarkaság. Betti kém, mondta anyám, valami szépet. Minek énekel a reli? Egy jó parti, mégiscsak. De ha már kitanulta, vágta félbe a mondatot anyám. Na, várj, Betty néni szétnézett a virágok, illatok, színek között. Persze, nem akarsz spórolni. Kihúzott a vázából egy ág mimózát. Ehhez jól illene a szarkaláb. Halvány sárga, halvány kék együtt, az mindig apart. Más nincs, Anyám úgy látszik, aggódott, hogy barátnője a hervadót akarja ilyen szívesen rásózni. Rózsa, szegfű, de az olyan mindennapi. Ezt nézd! Felemelt egy furcsa virágot, ilyet se láttam még. Áttetsző, mintha üvegből lenne, halvány lila szírmain, rozsdaszín, finom erecskék. Akár egy gajakra kapaszkodó, egzotikus pillangó. Orhidea, hárította el anyám. Ha, ez azért túlzás. Húsz szál fehér rózsát küldtünk aztán a dalszínházba. És anyám előre gratulált a forró sikerhez. Először az operában anyámhoz húzva székemet, mint egy oltalomba, és velünk a nyájas festő, bársonyzakóban természetesen, E. Őnéni nagyestéiben, Cilli a smokingos vőlegényével. Ültem, vártam, hallgattam a közönség zsongást, a stimmelést. Csodáltam a súlyos függönyt, hisz sejtettem, csodavilág rejtezik mögötte, ha majd felsuhan. Akkor szippantottam be először azt a csipetnyi mérget, amit a színház jelent, és hat azóta is, megpróbálva a színházat, megpróbáltatva a színháztól. A lassuló fények, csak a páholyok mélye halvány rózsaszín már, s ezer lámpácska kapött a zenekari árokban. A karmester besuhant, már emelte pálcáját, néhány ütem, és eltűnt a függöny, hamarosan már énekelt is Ferrandó, az öreg harcos, elmesélte a dalmű előtörténetét. Akkor sem értettem, ma sem igazán. Hol van Reli Néni? suttogtam. Tudtam, suttogni illik. Majd jön ő is, nyugtatott meg anyám. Csak elne aludj, szemben a csodával. Hogyan aludhatnék el? Lerebbent a függöny, nem sokára újra fel a magasba, mögötte éjfélies kert. A fenyőzölt sötétben két nagyméretű hölgy ült egy padon. Majd intett a karmester, az egyik hölgy felkelt, nézegette a ciprusokat. Ez már Reli néni, Kit? És először Reli néni szólalt meg a padon. Szíve tele barátnői gonddal, hisz ő volt Inez. Arra emlékszem, hogy ilyesmit énekelt. Ó, mi bánt Leonórám, a másik hölgy elfordult a ciprusoktól, és valószínűleg ezt válaszolta Leonóra szíve bús. Most Relinéni is felemelkedett a padról közeledett Leonórához, annak keblére mutatott, és mond, énekelte a valószínű szöveget, miért nem lel nyughelyete nemes szív. Csak ámultam szívem a torkomban, míg relinéni és leonóra eszmét cseréltek. Aztán Leonóra neki fogott az áriának. Sokszor közölte, hogy ő Leonóra egyre másra látványos keblére mutatott, akár csak előbb Inez, s közölte, ott van nemes és bús szíve. Mindegy, mit énekeltek, engem elbűvölt a muzsika. Anya, Reli néni, most miért nem énekel? Mert, kisfiam, ez Leonóra nagyáriája. Relinéni is fog ilyent? Csít, majd a szextetben. Miért csak ott, és hosszút? Rövidehet, mert ő Inez, Leonora barátnője. Kicsit csalódtam, azt vártam, Reli néni szüntelenül énekelni fog. Lehult a függöny, újra felpislákoltak a tapsban a lámpák, és megjelent a függöny előtt Ferrandó, Manrico, Lunagróf, Leonóra, és természetesen Inez, Leonóra barátnője. Mi is nagyon tapsoltunk, s Leonóra előre tolta Reli Őt illessen most taps, babér. És hozták a csokrokat, s mindet Relinek hozták. Anyám felfedezte köztük a rózsáinkat, és később mindenki visszatűnt a függöny mögé. Relinéni egyedül állt, csillantak könnyei a siker kellős közepén, virágai között. Valamennyien besiettünk E.Ő hadvezéri vezényletével az öltözőbe, púderszag, a mastix szaga, a csillogó villanykörtékkel körül girlandozott tükör, és a Reli hosszú, ragasztott szempillákkal, boldogan. Én is megcsókoltam, anyám is. Milyen voltam? kérdezte Relinéni. Csak így tovább, szívem, s még egy csók. Csak így tovább, ennyit mondott. Mert ha nem illet megmondani az igazat, mindig talált megoldást, amely emlékeztetett ugyanaz igazságra, de mégsem volt az. Relinéni még mezó volt a szextetben, később egy-két szóval tán még vigasztalta Eleonórát. Nem tudom, mert elaludtam. Egy hét múlva e ő néni mámorosan jött a hírrel. Reli a magyar királyi operaház ösztöndíjas tagja lett. És még sokszor láthattam, hallhattam, mindig, mint valakinek a barátnőjét, nevelőnőjét, és szerény alázattal, mint alt szólamot valamennyi kvintetben, szextetben, szeptetben. Aztán eltűnt, talán a kórusba keveredett, amikor apám és a monumentális miniatűrfestő meghalt, E. Ő nénivel és Relivel megszakadt a kapcsolatunk. Közben nekem is sikerült felnőnöm. Elfelejtettem Reli nénit, hisz nem volt, aki emlékeztessen rá. Tíz évvel ezelőtt talán egy daliás, szépségesre őszült öregedett hölgy nyitotta a magyar állami operaházban a páhojajtót rám egy pillanatra. Én is rá. Arca lassan változott, fiatalodott. Ősz haja hanvas szőke lett. Szinte rákiáltottam meglepetésemben. Reli néni! Maga meg ugye, mosolygott, a Katica néni fia. Még volt időnk az előadás kezdetéig. Elmesélte életét attól fogva, hogy Inez lett, Leonóra barátnője, Egészen nyugdíjasztatásáig. Most, kicsi a nyugdíj, időnként kisegít a páholyokban. És boldog, Relinéni. Sikerült az élete. A telefonkönyvben az áll, mondta büszkén, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott tagja. Szép derű az arcán. És azt hiszem, boldog vagyok. Ha akarom, minden este hallhatom a főszerepeket. De kell az is, hogy inez legyen valaki, vagy ruiz, öreg cigány, vagy a hatodik válkűr. Vagyis megbecsült szólam az egészben, részese a harmóniának. Intett. Siessen, kezdünk. Relinéni, mint páholy nyitogató hölgy. Addig az első operai emlék boldogságával gondoltam rá. Most megtanultam tisztelni. Vendégünk Hírs úr. Anyám felemelt még egy díványpárnát jól ül, hírsúr, kérdezte. Talán még azt is, nagyságos asszony. Anyám az öt dívány párnára rátette a hatodikat. Keményre tömött bíborvörös bársony, dúsan fodrozva, középütt goblein öltésekkel, anyám műve volt az is, repkénybe szőtte várkastély. Hírs ráült a hat párnára, s végre elérte az asztalt most már hozhatták az ebédet. Hírs úr, hogy miért nevezte Hírs úrnak az anyám, ma sem tudom, akkor először és egyszer volt nálunk vendég. Mi testvérek, kicsik voltunk, én is épp, hogy elemista, csodáltuk nagy fejét, mókás szemét. Ami kisé megzavart, az eleganciája volt. Mert kitűnően öltözködött, a huszas évek elejének férfi divatkódexét lelkiismeretesen betartotta. Egy velszi herceg, pöttömnyi testű, fejű velszi herceg. Csak ámultuk az elegáns törpét, mi a Beketov cirkuszban másként ismertük, csodáltuk meg. Bő, tarka bugyogóban gurult, pörgött a porondra bukfenceket hányt vaskos testecskéje. Ott lábatlankodott a blazírt szemöldökű, mészfehérre festett, flitterben csillogó gitáros Jancsi Bohóc körül. Majd gurigáztatta izmos kis testét, fürgén fogadta Zserár Bohócot, körülkerítette, mint tömzsi puli a nyájat, spovedált, senki sem értette, mit is, nem is volt abban semmi értelmes, és Zserár égnek mereztette vörös haját, hápogott, ügyetlenkedett, megbotlott ormótlan, kacsa orrú cipőjében. Ő pedig felkapott egy vedret, arcon locsantotta, létrát hozott, ketten másztak fel rá, ketten pottyantak Jancsi Bohóc, vagy a frakkos, fahangon kérdező istáló mester elé. S mi nevettünk, nevetett mindenki. Nevetett, a megtervezett véletleneken, a valóság sanda visszáján. Így láttuk mi négyen gyerekek, és most húslevest kanalazott, sok grízgombóccal a hat stikkelt párna tetején. Ugyanis hírs úr nem volt más, mint Zoli Bohóc. Ebédelt, komolyan, illemtudón, ahogy egy jobb polgári család terített asztalánál szokás s velünk kisfiúkkal úgy beszélt, mint egy Mikulás hajlamú nagyapó, és nem mint Zoli, a törpe bohóc. A kacsából mutatott a túrrakott tárra, talán a keblét, ha lehet, drága nagyságos. Anyám nevetett, talán a mellét, hírsúr. De tekintettel nagyságos asszonyomra szabadkozott Zoli bohóc, no meg a gyerekek előtt illendőbbnek tartottam, ha keblet mondok. <laughs> Rám való tekintettel. Anyám már tálalta is a keblet. Meg talán ezt a combot, a, a szebbiket, kedves hírsúr. Apám már a második liter paludjainál tartott. Egy kis garnirungot is melléje, mondta Katicám. Apám furcsa ivó barátai közt nem csak Zoli Bohúcot ismertem meg, hanem színészeket, muzsikusokat, festőket, szobrászokat is, akik vele együtt ittak, a költségén persze, cigányozva, olcsó alkalmi nőket ölelgetve, hajnalig, azon is túl, két napig akár, mint később, egy március 15-én. De ebből a fura világból mást is megcsodálhattam, kicsit kiábrándulva, így Gerardot. A fáradt, szomorú Zserár bohócot. Mindig kopott öltönyében, ahogy meglátogatta Zsiga nénit, a terebélyes zöldségest, az anyósát, a hajdani balettpatkányt. Tűnődve rákcsált egy friss retket. Anyám mellém könyökölt a nyitott ablakba. Így néz ki délelőtt a ti Zserár bohócotok, mondta. Én a Zsiga nénit még láttam kislánykoromban. Vékony volt, egy szál szérna és ő táncolta a csipke rózsikát. Ezt mondta anyám, mert mindig a valóságot tartotta fontosnak, s nem az illúziókat. Talán a mogyorós tortából kínálta most hírsurat. Az uram szerint ez az én remeklésem. Csak egy szeletet habozott, de talán inkább kettőt, drága nagyságosom. Kicsi a test, mondta, stűnődött, de hát fenn kell tartani valamivel, igaza van, hírsúr, és már is tányéron a második szelet mogyorós torta. Ízlik? Figyeltem, milyen kecsesen eszi Zoli bohóca tortát. Úriember volt, vendég. Hiába kerestem körülötte a cirkusz harsány fénykoszorúját, körülöttem mi ültünk s hiába néztem, lenge feje fölött az ezüsten villózó trapéz, csak a nagy ebédlő lámpa világított fölötte. És ehhez az udvariasan étkező bohóchoz most mi illettünk, nem a cirkusz, az orfeum világa. Most nem barbett a csodálatos vamp egyensúlyozott tűlben, fodrokban, lazat szín legyezővel, ég és föld, vagyis cirkuszmenyezet és közönség fölött végig feszített kötélen, hanem a feketét hozta be a szobalány. Ilyen lehetett barbett is, tűnődtem, ha visszatérve öltözőjében lerántja haját, a vamp helyett egy bágyat férfi néze a tükörbe. Ilyen választékos úriember az is, és a többiek, Grok, a méteres cipőjű Little tich, és Okító, a bűvész, aki szemünk láttára egy suhintás csak a varázspálcával varázsolta a porondra búzatáblát, virágos rétet. Most anyám kínálta, és nem volt ez varázslat, az ebéd befejezése csak feketével Zoli Cukorral, cukor nélkül hírsul, kérdezte. Hárommal, ha szabad. Apám megtoldotta. És konyakkal. Ha még van, anyám hangjában semmi szemrehányás, ha mindet meg nem ittad. Zoli bohóc az asztalunknál. Cirkusz, orfeum, bőrleszk. Mennyi játékost láttam már addig is. Mennyi bohócot, erőt véve a tárgyak sunyi aljasságán megvalósítva, vagy elképzelhetővé téve az ember hatalmát mindazon, ami keze, agya közelébe került. És amin erőt vesz, azt engedelmes szolgájává teszi. Gerard, Zoli, Little Tich és a mozi bohócai, ugrándozva a hajdani filmvászon esőző ernyőjén. Feti, a nagyon-nagyon kövér, Harold Lloyd, magántitkárhoz illő fekete szemüvegével, Buster Keaton a fapofa, Chester Cantlin szüntelen bandzsítva, Harry Langdon a méla, arcán egy ősvilág mérhetetlen szomorúsága. S természetesen Chaplin trampli cipőjében, Hitler bajuszkájával, pincskalabban sétapálcával. Játszottak, futkároztak, nevettettek, mennyi nevetésre méltó kaland. Nevettük a felhőkarcolókra felmászókat, a toronyóra nagymutatójába épp hogy megfogózókat, a nyitott csatorna szellőzőket épp hogy elkerülőket, a csattanó, mindig mást eltaláló pofonokat, a meredély szélén ingadozó házikókat, a torta csatákat. Így, ilyen úriember módon táplálkoznak odahaza, vagy jobb körökben ők is. Zolibohóc finoman, messze eltartva kis ujját hörpölte a feketét. Konyak nem volt sehol, anyám apró süteménnyel kínálta. Egy kis kránclit talán, hírsúr? Küld le a lányt konyakért, röstelkedett apám. Már leküldtem, csak ennyit felelt anyám. És Zolibohóc elegánsan fogyasztotta a kránclit. Amikor utoljára nevettetett meg a fővárosi nagy akkor is ott okvetetlenkedett a szerenádot pengető Jancsi Bohóc körül, püfölte Zserárdot, bukfencezett a porondon, s körbe futottak a kényeskedő, szépséges, csótáros lovak. S akár csak társai, akkor is a lehetetlent kísértette meg, és győzte le. Játszott, öregedve, a lehetőségeken túlival, kifigurázta az istálló mester vagy a vén oroszlán képében megjelenő végzetet. Nem mondott akkor sem semmit, nem tanított semmire, nem nevelt, csak játszotta a maga néma játékát, olykor felesleges szavakat vakkangatva. Nem hinném, hogy más célja is volt, mint a nevettetés. Ha akkor ott az asztalnál megkérdezi valamelyikünk, mi is a mondani valója képtelen játékainak, alig hanem értetlenül csodálkozott volna ránk nagy, guriga szemeivel. Szerettek játszani? kérdezte tőlünk. Nagyon! kiáltottuk lelkesen. Az a jó, skacsintott, játszani az a legjobb. Búcsúzott. Úgy huppant le a hat stikkelt diványpárnáról, mintha a porondon lenne, s ránk pislantva gyerekekre, velszi hercegi eleganciájában, kamásnis laktopányában végig bukfencezett a lakáson, majd felpattant egy székre, onnan csókolt kezet anyámnak. Fenséges volt nagyságosom! Még egyet cuppantott anyám kezére. Áldott a kéz, amelyik ilyen remek ebédet főzött. Akkor gyorsan a konyhába hírsúr, ott az Anna néni az ő főztjét ette, enyém csak a torta volt. S Zoli bohóc távozott, mint hírs úr, de a lakók kint álltak a gangon, várták, és csak a Zoli bohócot látták benne. A háború harmadik évében egy légiriadó után újra feltűnt Zoli bohóc az utcánkban. Sietett, a fal mentén surrant, mindenki sietett, fel sem tűnt, észre sem vették. Ott anyám ezzel fogadott. Nesze, adott át egy könyvecskét. Zoli bohóc írta. Most járt itt a szegény Zoli, már a cirkuszban sem bolondozhat, azt mondta nem csak törpe, hanem még a származása is rossz. Amikor azt kérdeztem, hogyan lehet egy törpének még a származása is rossz, nem elég, hogy a világon van, a vállát vonogatta. Három példányt vettem tőle, de csak egyet fogadtam el. Hadd keressem még egyszer a többén. Kezemben a memoár, egy kis ember nagy élete. Nem tudom miért, de sosem olvastam el. És el is kallódott valahol. Anya? Kérdeztem miért szólította mindig hírs úrnak? Hm, nem tudom, tűnődött. Lehet azért, ne éreztessem vele, hogy törpe. Talán azért. Hm, furcsa ez a Zoli, folytatta, és most ismét Zoliként említette. Megkínáltam sós kiflivel, meg hogy vigyen egy zacskónyit magával, de nem fogadta el. Azt felelte, most, mint hírs, az író járt nálunk, mint szegény apátok egykori jó barátja, és nem mint Zoli Bohóc. Inez Leonóra barátnője. Az e ő lányok szépek voltak, hamvas szőkék, mindkettő nagyszabású, dús jelenség. Ilyen monumentális valaki volt Eő bácsi is, a festő, művész baretben, felleghajtóban, lavalier kendősen, deres bajussal. Impozáns volt e ő néni is, derűs, kardos nyughatatlanságban vigyázva férjére, lányaira, a kertre, műteremre. Az a kert a rákoson. Csak ámultam. Akkoriban nőttem ki az elemit. Mennyi szobor, micsoda műkővázák, s mindez elszórva a gazdag lombú fák titokzatos bokrok között. Egy faun kacsintott elő a rododendron mögül, Ámorok, amorettek pislantottak rám a rozsduló vadszőlő ágbogából. Az egyik gazos utacska fordulóján sárguló, fehér olajfestékkel bekenve nem más riasztotta a madarakat, mint maga a belvederi apolló, övig repkénnyel benőve. Mesebeli kert, mesebeli műterem. De hiába kerestem nagy vásznakat, csata Eő bácsi gyermekdedlélek volt, hatalmas kezével amuletteket festett, parányi képecskéket, s vázlatokat sírkövekre, bérházak falára egy kőfaragónak, gírlandokat, csókolózó madárkákat, pici ámorfejeket. A villában állandóan szólt az ének. A két eőlány ugyanis a konzervatóriumba járt. Cili, koloratúr szoprán, Reli, mezzó a mindig felhevült E.Ő néni kísérte zongorán az áriákat, dalokat, duetteket. – Hát nem zseniálisak? – kérdezte egyszer. – Csak vigyék valamire – bólintott anyám. – Ennyit mondott csak – mert minden álmot lefordított az elérhető lehetőségre. Reli és E.Ő néni egyetlen ragyogás. A jövő pénteken mutatkozik be a dalszínházban. Amneris? kérdezte anyám joggal, hisz relike mezzó. Eboli vagy Inez, lelkesedett a néni. Leonóra barátnője. Persze, mondta anyám, a trubadúr. Valahogyan el kell kezdeni, mentegetőzött e ő néni, de tihanyi Vilma lesz Leonóra. A próba fellépés előtti hét egyetlen izgalom. Megvolt a jegy anyámnak meg nekem. Egyszer Cili is feljött, bemutatta vőlegényét, az ifjú, de már erősen kopaszodó gyártulajdonost. – És te? – kérdezte anyám. – Te mikor mutatkozol be az operában? Cili megfogta az ifjú kezét, mosolygott. – Én rezignáltam, nem konkurálhatok Sándor Erzsivel. – Akkor jobb el sem kezdeni, inkább öt gyerek. Az ifjú gyártulajdonos zavartan megrezzent, túlzott lenne ez a bőség, elég lesz három is, mondta. A bemutatkozás reggelén anyám kézen fogott. Csokrot relikének. Természetesen az ismerős virágüzletbe mentünk Betty nénihez. Csupa füllet illat, pár a bolt, tarkaság. Betty kém, mondta anyám, valami szépet. Minek énekel a reli, egy jó parti mégiscsak, de ha már kitanulta, vágta félbe a mondatot anyám. Na várj, Betty néni szétnézett a virágok, illatok, színek között. Persze, nem akarsz spórolni, kihúzott a vázából egy ág mimózát. Ehhez jól illene a szarkaláb, halvány sárga, halvány kék együtt, az mindig apart, más nincs. Anyám úgy látszik, aggódott, hogy barátnője a hervadót akarja ilyen szívesen rásózni. Rózsa, szegfű, de az olyan mindennapi. Ezt nézd! Felemelt egy furcsa virágot, ilyet se láttam még. Áttetsző, mintha üvegből lenne, halvány lila szírmain, rosdaszín, finom erecskék. Akár egy gajakra kapaszkodó, egzotikus pillangó orhidea, hárította el anyám. Ha, ez azért túlzás. Húsz szál fehér rózsát küldtünk aztán a dalszínházba. És anyám előre gratulált a forró sikerhez. Először az operában anyámhoz húzva székemet, mint egy oltalomba, és velünk a nyájas festő, bársonyzakóban természetesen, E. ő néni nagy estéiben, Cilli a szmokingos vőlegényével. Ültem, vártam, hallgattam a közönség zsongást, a stimmelést. Csodáltam a súlyos függönyt, hisz sejtettem, csodavilág rejtezik mögötte, ha majd felsuhan. Akkor szippantottam be először azt a csipetnyi mérget, amit a színház jelent, és hat azóta is, megpróbálva a színházat, megpróbáltatva a színháztól. A lassuló fények, csak a páholyok mélye halvány rózsaszín már, s ezer lámpácska pötty a zenekari árokban. A karmester besuhant, már emelte pálcáját, néhány ütem, és eltűnt a függöny, hamarosan már énekelt is Ferrandó, az öreg harcos, elmesélte a dalmű előtörténetét akkor sem értettem, ma sem igazán. Hol van Reli néni? Suttogtam. Tudtam, suttogni illik. Majd jön ő is, nyugtatott meg anyám. Csak elne ne aludj. Szemben a csodával. Hogyan aludhatnék el? Lerebbent a függöny. Nem sokára újra fel a magasba. Mögötte éjféljes kert. A fenyőzölt sötétben két nagyméretű hölgy ült egy padon. Majd intett a karmester, az egyik hölgy felkelt, nézegette a ciprusokat. Ez már Reli néni, Csít. És először Reli néni szólalt meg a padon. Szíve tele barátnői gonddal, hisz ő volt Inez. Arra emlékszem, hogy ilyesmit énekelt. Ó, mi bánt Leonórám, a másik hölgy elfordult a ciprusoktól, és valószínűleg ezt válaszolta: Leonóra szíve bús. Most Relinén is felemelkedett a padról, közeledett Leonórához, annak keblére mutatott, és mond, énekelte a valószínű szöveget: Miért nem lel nyughelyete nemes szív? Csak ámultam, szívem a torkomban, míg Relinéni és Leonóra eszmét cseréltek. Aztán Leonóra neki fogott az áriának. Sokszor közölte, hogy ő Leonóra egyre másra látványos keblére mutatott, akár csak előbb inez, s közölte, ott van nemes és bús szíve. Mindegy mit énekeltek. Engem elbűvölt a muzsika. Anya, relinéni most miért nem énekel, mert kisfiam ez Leonóra nagy áriája. Relinéni is fog ilyent? Csít, majd a szextetben. Miért csak ott, és hosszút? Rövidehet, mert ő Inez, Leonora barátnője. Kicsit csalódtam, azt vártam, Reli néni szüntelenül énekelni fog. Lehult a függöny, újra felpislákoltak a tapsban a lámpák, és megjelent a függöny előtt Ferrandó, Manrico, Lunagróf, Leonóra, és természetesen Inez, Leonóra barátnője. Mi is nagyon tapsoltunk, s Leonóra előre tolta Reli nénit. Őt illessen most taps, babér. És hozták a csokrokat, s mindet Relinek hozták. Anyám felfedezte köztük a rózsáinkat, és később mindenki visszatűnt a függöny mögé. Relinéni egyedül állt, csillantak könnyei a siker kellős közepén, virágai között. Valamennyien besiettünk E.Ő hadvezéri vezényletével az öltözőbe, púderszag, a mastix szaga, a csillogó villanykörtékkel körül girlandozott tükör, és Reli néni hosszú, ragasztott szempillákkal, boldogan. Én is megcsókoltam, anyám is. Milyen voltam? kérdezte Relinéni. Csak így tovább, szívem, s még egy csók. Csak így tovább, ennyit mondott. Mert ha nem illet megmondani az igazat, mindig talált megoldást, amely emlékeztetett ugyanaz igazságra, de mégsem volt az. Relinéni még mezó volt a szextetben, később egy-két szóval tán még vigasztalta Eleonórát. Nem tudom, mert elaludtam. Egy hét múlva e ő néni mámorosan jött a hírrel. Reli a magyar királyi operaház ösztöndíjas tagja lett. És még sokszor láthattam, hallhattam, mindig, mint valakinek a barátnőjét, nevelőnőjét, s szerény alázattal, mint alt szólamot valamennyi kvintetben, szextetben, szeptetben. Aztán eltűnt, talán a kórusba keveredett, amikor apám és a monumentális miniatűr festő meghalt, E. Ő nénivel és Relivel megszakadt a kapcsolatunk. Közben nekem is sikerült felnőnöm. Elfelejtettem Reli nénit, hisz nem volt, aki emlékeztessen rá. Tíz évvel ezelőtt talán egy daliás, szépségesre őszült öregedett hölgy nyitotta a Magyar Állami Operaházban a páhojajtót rám meredt egy pillanatra. Én is rá. Arca lassan változott, fiatalodott. Ősz haja hamvas szőke lett. Szinte rákiáltottam meglepetésemben. Reli néni! Maga meg ugye, mosolygott, a Katica néni fia. Még volt időnk az előadás kezdetéig. Elmesélte életét attól fogva, hogy Inez lett, Leonóra barátnője, Egészen nyugdíjasztatásáig. Most, kicsi a nyugdíj, időnként kisegít a páholyokban. És boldog, Relinéni. Sikerült az élete. A telefonkönyvben az áll, mondta büszkén, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott tagja. Szép derű az arcán. És azt hiszem, boldog vagyok. Ha akarom, minden este hallhatom a főszerepeket. De kell az is, hogy Inez legyen valaki, vagy Ruiz, öreg cigány, vagy a hatodik válkűr. Vagyis megbecsült szólam az egészben, részese a harmóniának. Intett. Siessen, kezdünk! Reli néni, mint páholy nyitogató hölgy. Addig az első operai emlék boldogságával gondoltam rá. Most megtanultam tisztelni. A Karlsbádi Utazás. elfelejtett lomok között megtaláltam apám naplóját. Vékony, kartonfedelű, vonalazott iskolai füzetke, és benne nagy megszakításokkal, majd egymás után sorjázva a napok, a feljegyzései. Nem kerestem soha, nem is tudtam róla, hisz mennyire nem illett hozzá, hogy időről időre, amikor pap sem oldozhatta volna fel bűntudata alól, Szép kereskedelmi iskolás írással, tűhegyes tollal beszámolt napjairól. Milyen régi, de még nem halványodó betűk. Tegnap ment el Kárszbádi kúrára Katica és az én legnagyobb fiam, jegyezte fel. Most itt az idő, hogy megváltozzam. Még megteszem elnek, amit akar, aztán megmagyarázom neki, hogy a drága feleségem, az én négy szép fiam, mi lesz velük, ha így folytatom? Olvastam, s hirtelen feltámad bennem a Karlsbádi utazás. A karcsú meredek utcában rejtett keskeny kis penzió, a Waldfrieden, körös körül a lankákon, fenyőerdők, a kavicsról kavicsra pattanó teplavize fölött a gyógyforrás, büdös gőze, a széles, fákkal szegett, fehér padocskákkal petyezett promenád, ivókutak, párahomályos üvegházban a zaklatottan sistergő, záptojás szagú szökőkút. Anyám megitta a reggeli gyógyvizet, aztán sétáltunk az erdőben. A sóderes, kacskaringós, enyhén emelkedő utacskák mentén olykor őzek bukkantak fel, és közel egymáshoz illedelmes bokrok mögé rejtve az erdei budik. Kevés őz és sok-sok budi. Anyám retiküljébe rejtette megypiros kristálypoharát, rajta Kárszbád látképe és a gótbetűs felirat Katicza akkor kaphatta, amikor süldő lányként ő kísérte Kárzbádi kúrára a nagymamámat. Reggeli, délutáni vizitek a gyógykutaknál, séták az erdőben, a promenádon, fölöttünk mindig felhőktől nedves az ég, majd kiki mutatta lényegét, azt, hogy kék. A sóderes utacskákon testes, epebetek hölgyek, esernyősen, zergetollas, vadászkalapú, agárszerű urak, esernyősen azok is. És a hölgyek is, urak is el-eltűntek valamelyik budiban, ahol vízöblítés helyett marék száraz tűlevelet kellett önteni a gyógykúra látható eredményére. Kárszbádot, egy sziklán a cégére, ugrásra kész szarvas, akkor már Karlovivarinak hívták és idejött egyszer látogatóba az apám. Ernyő alatt vártuk a vonatnál. Csepegett, a szél maga előtt tolta az indóházra, nedves sínekre, szénhalmokra teregette a közeledő vonat füstjét. Sivár, maszatos, sárga és szürke volt itt minden, a falak, mellékvágányra tolt ósdi szerelvények. Csak egy vagon virított Tarkán az állomás végében, vakvágányon, akár egy díszes verkli, cicomás, bombonos doboz, a lahorei bégum, az állandó vendég magánvagonja. A bégum, egyszer láttam is az elegáns hotel pup erkéjén, szétfolyt kövéren, epezölden, arcán a sávos napernyő kacér piros fénye. Most meg akartam nézni közelebbről is a színes verklit, cicomás bombonos dobozt de anyám megfogta a kezemet. Maradj, itt a vonat. Most már minden sötét beborított a szúrós, kormosan sárgás füst. A vonat beérkezett. Az egyik vagon lépcsőjén az apám, bekecsben, mint mindig, svárt, minket keresett. Apa! szaladtam elébe. Kisfiam! leugrott, felkapott, megcsókolt. Kis fiam, Anyám nem sietett. Megjöttél, közölte tárgyilagosan a tényt. Csak ennyi! mondta apám és udvarolt, csak így. Apám fogta a kezemet, mellettünk anyám, mögöttünk a kofferral a hordár. Fogtam apám kezét, és valahogyan azt éreztem, egy kezet fogok csak ehhez a készhez nem köt semmi. Apám később anyámba karolt, anyám nem húzta el a karját. Látom, jól utaztál. A szálloda felé a konflison szólalt meg újra apám. Ezen túl minden másként lesz. Hanyadszor. És a konflishoz szólt, a sarkon a Waldfrieden. Most hogy a naplót megtaláltam, csak apám érkezésére emlékeztem. Hogy meddig maradt velünk, hogyan utazott vissza, arra már nem. A napló, mit árul még el? Még Kárszbádban voltunk, amikor ezt írta be. El, nem hagy békén fenyeget. Felmegy Katicához, ha az hazajött és kipakol neki. Tanácstalan vagyok. Nem sokkal később a fogadkozás. Jól tudom, semmi akarat erőm. Se az italról, se előről nem tudok lemondani. A jó Lieberman doktor leszidott, mérsékeljem az italt. De hogyan, amikor csak az szabadít meg önmagamtól? Aztán, ha így megy tovább, tönkre megyünk. S mi lesz akkor az én szép négy kis fiammal. Később, el ma elragadó volt, egy nagy szőke cica, és én mégis katicámra gondoltam és a fiaimra. Úristen, miért kell választani? És miért teremtettél olyannak, akinek választania kell? Külön lapon bekeretezve, mint egy gyászjelentés. Angelo mesternek a fotókért ennyi meg ennyi millió korona. Színházi élet, ennyi meg ennyi millió korona, FM-nek előlegbe, egy háromnegyed házért, ennyi meg ennyi millió korona bárgeld. Mert egyre romlik a pénz. Egy üres lap után csak az menthet meg engem is, drága enyéimet is, ha önkezemmel oltom ki fölöslegessé vált életemet. Néhány sor végrendelet majd a gyors gyomormosás segített. Még megvárom a fedórát, aztán szakítok ellel, és csak drága kis feleségemnek négy szép fiamnak és az üzletnek élek. Így sorra a bejegyzések telefogatkozásokkal, megbánásokkal, bűntudattal. Egyszer csak ennyi nem lehetek más, mint aki vagyok. Máskor fogadom, új életet kezdek. A végrendeletében rám hagyta az aranyóráját. De csak a fogadkozásokat, megbánásokat, bűntudatot örököltem tőle. Ki lehetett a titokzatos el? Legegyszerűbb volt, ha megkérdezem anyám unoka testvérét, később sógornőjét. Katica néni, a család minden ágán katicák, jelentékeny külsejű, nagykezű, lábú vénlány volt. Halványszőke haja koszorúban a homlokán, ártatlan kék szemén szinte rózsaszín pillák. Zenedét végzett, zongorát tanított nekem is pedánsan, gondosan, minden hangot számon kérve, mindenre megtanítva, csak arra nem, mi is lehet a hangok mögött. Amikor az aszódi ház rogyadozó falai között felkerestem, a szoba még őrizte nagyanyám vegyes kereskedésének petróleum és savanyú cukorszagát, Katica néni már nagyon öreg volt. Véletlenül megtaláltam apa naplóját, ezzel nyújtottam át Katalin napi csokromat. Katica néni tudja, ki volt az el. A lina. Vágta rá rögtön. Milyen lina? De húr, ahogy anyáddal neveztük. Nem emlékszel rá? Hogyan emlékezhetnék? A kérdéstől nagyon eleven lett. Haragos, felháborodott. Ilyennek addig, örök egykedvében, szemtelenségében nem ismertem, hisz nyugodt volt, száraz, amikor az újjazatomat igazította meg a billentyűkön, mintha egy számtan példát javítana ki. A Násic Lina, a Liszt ügynök, a Bernád bácsi lánya. Bernád bácsira jól emlékeztem, az még apám halála után is járt hozzánk, Lisztel seftelt, pöttöm, szőrmúk és nagyon jóságos, kisé pisla tekintetű, mindig ápolt bácsika volt. De a lányára, a linára, a lina volt az apám, s abba hagytam. Mond csak ki, a szeretője, az utolsó. Katica néni összeroskadva tehetetlenül üldögélt a virágok és a hajdani vegyes kereskedés illatában. Időtlen volt, olyan öreg már, amikor mindegy, férfi vagy nője valaki. De most hirtelen friss lett, mozgékony, nő volt megint. Előtte az özvegy né volt neki, azelőtt az ambrus róza, attól gyerek is van, akkora lehet, mint valamelyik őtök. Anyád a szegényke apát halála után is fizette a tartásdíjat. Katica nénit mind fürgébbé boldogabbá tette a kaján emlékezés. Mari az özvegy erdéjéné, és a násic lina. Ezek hosszan voltak meg neki, de közben és az ő idejükben is már nevetett egy elégedett csecsemő nevet így. A manci, a hortobágyiné, a perj és gizús emlékszek, ez egyszer anyádhoz is felment, lobogtatott egy varrónő számlát, meg egy hízott libájét. Azt mondta, nála zabálta meg az apád, és követelte, anyát fizesse meg. És anya kifizette? Együtt nevettem vele. Mit csináljon? Övé volt a vagyon. Igaz, hogy a ház, a villa, minden betáblázva az adóságokra. És tudod, mi volt a furcsa? És most elégedettség is, kár öröm is a hangjában. Apád megcsalta velük, és mégis ők voltak féltékenyek az anyádra. Hát nem furcsa? Tűnődve elhallgatott. Csak azt nem értem, te miért nem emlékezel a linára? Jobbról-barról megcsókoltam szúrós arcát. Most már emlékszem, Katica néni. Hazajöttünk Kárszbádból, és már az első délután a zongora óra. Keservesen nyögték ki ügyetlen ujjaim alatt a billentyűk a cobán etűt hangjait. Óvatosan baktatva, de azért pontosan játszottam. A kotta tartón zöld üvegernyős lámpa, zölden fény lett a kotta, a fény megvilágította Katica néni akkor még búza szőke frizuráját is. Ütötte egy pálcával a ritmust, néha ujjamra koppintott, s mondta egykedvűen, ahogy szokta, Ein, zwei, ein, zwei, vigyázz az ujjazatra, így, ein zwei, ein, zwei, Anyám akkor jöhetett fel, zárás után az üzletből. Megállt az ajtóban cisz, mondta, és nem disz. Kétségbe esetten, kizökkentve kerestem a ciszt. Katica, mondta aztán, gyere át velem egy kicsit. Katica néni besietett anyámmal az ebédlőbe, s én játszottam tovább. Tudtam, egyre hamisabban játszom, egyre halkabban, mert arra figyeltem, mit is akar Katica néni től az anyám. Váratlanul felcsattant odaát katica néni. Dihúr, és csupa felháborodás. Di mondta anyám is felháborodás nélkül. Észre sem vették, hogy lassan kicsorgott eltűnt kezeim közül a cován etűd. – És te ezt, tűröd? Mi csináljak? – Anyám már nevetett. De tudod, ahhoz pofa kell, hogy egy násics lina, mint nádudvarvári lenke produkálja magát a felszínházban. És még hozzá Katica néni háborgott, mint Y, mint egy este, egy násic. Ha, én nem vennék lisztet az apjától, kidobnám, mert akinek ilyen a lánya, anyám józanul nyugtatgatta, de Katicám, amikor a másik árulja príma, és kisiettek az ebédlőből, anyám összeszedni udvarról, műhelyből, az utcáról a többi fiát, Katica néni pedig a konyhába. Az öt fehér tejüveg búrás lámpát égve hagyták. Kilopóztam, hátra lestem, mintha követnének, és az ebédlő asztalon ott találtam a legfrissebb színházi életet. Címlapján holdszőke, szélfutta frizurás, álmodozó nő arcképe. Keblé mutatósan redőzött fátylak, kezében kisé pajkosan egy rózsaszál, és alatta nád udvar vári lenke. Óvatosan lesve, hát ha nyílik az ajtó, bűntudattal belelapoztam a labba, megcsapott a színház varázsa, ködösen, izgatóan. Beszámolók, bemutatók képei, az intimpista. Itt megint rábukkantam a hölgyre. Az ifjú nádudvar vári lenke, plegykálkodott az intimpista, Vasárnap délután mutatkozik be a Fedóra cím szerepében, a Városligeti színkörben. Azt rebesgetik, a jövő nagy drámai szendéje debütál, és nem titok az sem, hogy zsúfolt ház lesz kíváncsi a bemutatkozásra. Hals und Beinbruch. Aranyos kis lenke. Lehet, hogy holnap már a lenke előtt hódolhatunk? Gyorsan eltoltam a lapot, mert már becsörömpölt az edényekkel, evőeszközökkel kisböske is, terített, mert öt perc múlva nyolc óra, és mi, anyám Katica néni, meg mi négyen nyolckor vacsorázunk. És már szólt is a szomszéd templom tornyában a harang. Apámnak akkoriban már nem is terítettek. Vasárnap korábban ebédeltünk. Meg se ettük a tésztát, azt mondta anyám. Öltöz, rögtön itt a katica néni. Neki öltözzek? Kérdeztem, de engedelmeskedtem. Színházba megyünk, mink hárman. Elkapott az öröm. Én is? Két nő nem mehet férfi nélkül színházba, még délután sem, magammal viszlek. Mosolygott. Nem tudom, ma sem csúfolódik-e. Most már férfi vagy? Akkor hallottam ezt először. Büszke lettem, kisfiú voltam addig, tizenegy éves. Kisböskének nem kellett segítenie, gyorsan, izgalomtól kifulladva öltöztem díszbe. Anyám is kiöltözött, a tükör előtt, mint ritkán, csak kis púdert tett fel, pirosítót. Katica néni gálában érkezett, szép sejem ruhában, fodrokkal, de mégis úgy hatott daliás termete, mintha uniformisban lenne. Megnézte anyámat, nevetett, széttörölte arcán a pirosítót. Katit szám, mondta, mint egy bohóc, Na, így már más. Színházba megyünk, de melyikbe? hová, mit nézünk meg ezen a langyos késő nyári délutánon, milyen titkokra rebben szét a függöny, amikor a megvilágított háromfalú dobozban a színészek elkezdenek mozogni, járkálni, társalogni, leleülnek könnyedén egy kanapéra, hosszú tollas legyezővel játszadoznak, felkacagnak, majd haragborítja el arcukat, suttognak és sikoltanak, halkan, észrevétlenül nyílik egy-egy ajtó, majd harsányan becsapódik. Egy estélyi ruhás hölgy felzokog, zsebkendőjébe rejti bánatát, míg egy smokingos férfi hanyagul márvány oszlopnak dől, rágyújt közönösen egy cigarettára. Ketrec bezárt, kimódolt élet. Egyszer már voltam színházban, a nemzetiben, vasárnap délután, akkor is. Semmit sem jegyeztem meg, csak azt, hogy a hölgy felkiáltott. Rahul, az ég szerelmére, ne tegye ezt velem! S a smokingos férfi csak ennyit felelt, mélyen meghajolva, ugyanakkor elegánsan hátrálva kifelé. Isten önnel, grófnő! És most újra szétlebben a függöny, és én újra... Amikor a hintó elhaladt már a műcsarnok mellett, csodálkoztam. – Hát nem a nemzetibe, anya? – Nem, fiam, a Feld színházba. Ott gubbasztott a rozzant színház a ligeti bejárónál. Az út két szélén két vasból öntött griffmodár, tátott szájjal, fullánk nyelvel, fenyegető tömzsi szárnyakkal vigyázta a ligetet. A hintó felbaktatott a félköríven, megállt a kapu előtt. Még leszálltunk, megnéztem, hová is megyünk. Az ajtón kézzel festett plakát, azon Fedóra Szárdó Viktorientől. A címszerepben Nád udvarvári Lenke M.V. Most már tudtam, miért idejöttünk. Az erkély első sorában ültünk, végig láthattam a roskatag nézőteret, minden hivalkodón csiri csáré, színe kék és vörös, pattogzó talmi arany, kileselkedő vakolat. És izgatott voltam mégis, fészkelődtem. Nyughas, szólt rám anyám. Katica néni pedig ajkára tette mutató ujját. Csitt! Anyám kis ezüstnyelű bukkerével kémlelte a nézőteret, földszintet, páholyokat. Apámat kereshette, de ezt csak most tudom. Ásító, tátott szája nézőtér. Imit amott néhányan a zsőjékben, üres sorok, üresek a páholyok. Megszólalt a figyelmeztető csengő, mint türelmetlenebbül, kezdődik, kezdődik, s én torkába folytottam volna a reket cserregést, kezdődjék végre. Anyám letette a gukkert, valamit súgott Katica néninek, s most az gukkereste a nézőteret, földszintet, páholyokat. Aztán én kaptam meg a gukkert, de én sem fedeztem fel sehol apámat. Olyan üres a színház, hogy el sem rejtőzhetett. Olyan üres, ha egy légy röpül át a zsöljék fölött, kongó vízhangot kelt bizzegése. Egyet fuldokolt még a csengő. Sötét lett. Végre megkezdődött az előadás. Izgatottan hajoltam előre, és egyedül voltam akkor már. Egyes egyedül. A kékesen, sejtelmesen megvilágított színpad, festett márvány oszlopok, vedlet tűlfüggönyök, ha nyílt egy ajtó és besietett valaki, a ligeti szél meglengette a falakat. De nekem ez nagyhercegi, hercegi, hermelines, testőr egyenruhás pompa volt. Hosszú uszájú hölgyek incselkedtek, frakkos urak hörpintettek pesgőt, libériás laká jelezte diszkréten, hogy nem akárhová tévedtünk. Néha egymás szavába vágtak a nagyhercegek és nagyhercegnék, máskor elhallgattak, pillanatnyi érdektelenséget tettetve játszadoztak pesgős poharakkal, struc legyezőkkel, s folytatták, amikor meghallották a súgót. Bánatos balalajka szólt, ezt némán és megilletődve hallgatták, majd hirtelen elnémult a hangszer, felállt a zenész, a középső ajtó felé fordult mindenki. A gukkeren át láttam hogy bíbor köpenyben, aranyal kivert, fehér atlasz ruhában megjelent fedóra, másként a násic lina, akkor éppen Nádudvar nádudvarvári lenke, szőke haja bozontjában kócsaktól, homlokán vakító diadém, dús keblén pihegett egy gazdag gyémánt meldész. Anyám kivette kezemből a gukkert, és most ő nézte a színpadot. Fedóra egy pillanatig kihívó mosollyal várt. Várta a tapsot, de senki sem tapsolt. Fedóra kicsit elbátortalanodva neki fogott a monológnak. Fakó, igen vékony hangja volt, sehogy sem illett bőséges termetéhez. Akadozott, mellé fogott, mintha magamat hallottam volna zongorán a cován etűdöt. Anyámra lestem, Katica nénire. Vártam, hogy Katica néni érdes dörgőn a színpadra kiált. Az új azat, drága Lina, az új azat. De semmit sem találtam anyám arcán, sem lekicsinlő mosolyt, sem piros iricséget. Nézte ő is... Katica néni is az uszájába bele belebotló Fedórát. Úgy nézték, mint akiknek nincs véleményük. Most már nem volt kíváncsi a vetétársára. Apámat sem kereste. Leszaladt a függöny, fedórát többször kitapsolták a gyértapsú kezek, ő pedig felhevülten, mámorosan hajlongott, pukkedlizett, és meglepet kis sikójjal fogadott egy hatalmas virág Csupa lángvörös rózsa, lángvörös sejem szalag, a rózsák közt arany babérkoszorú. Katica néni elvette a gukkert. Tudod, ki küldte a rózsákat? Sejtem, bólintott anyám. És a szalagon az imádott művésznőnek karcsi so eine De miért nem jött el? Anyám rosszmájúan csak ennyit mondott. Egy imádó ilyenkor a színfalak mögött izgul Katica. A második felvonást már nem vártuk meg. Ott a liget fái közt a hintó várt. Hazamentünk. Katica néni leszállt a bakács téren, és felhevülten még mindig háborgott. De húr, Na tudod, Katicám! <laughs> Amikor hazaértünk, apám íróasztalánál ült, ingújban, egy notez bejegyezgetett, nyilván abba, amit olyan váratlanul találtam meg később. Tetten érve pillantott fel. Erélyes, számonkérő akart lenni. Hol voltatok? Én téged sosem kérdezlek. Tudni akarom! anyám váratlan gyengétséggel megsimogatta. Tudod most, minek örülök? Hol voltatok? Apám, mintha egy légyottot kérne számon. Annak örülök, hogy csak az eszedet meg a vagyont ittad el, és nem az ízlésedet. Itthon maradtál. Apám hallgatott, majd meghunyászkodva kérdezte. Onnan jöttök, sebegve, és milyen volt? Anyám nevetett. A magabiztonság fölény nevetése volt ez. Kövér, karcsikám, hajjaj, de még milyen kövér, és nekem is vele kellett nevetnem. a leghosszabb március 15-e. Milyen volt apa, az apám? Nem tudom miért, de fogyóban az évek egyre jobban érdekelt. Homályos emlékeim voltak csak róla, elfoszló, majd egy pillanatra körvonalait visszanyerő alak, arc. Magas volt, magasabb, mint mi négyen a fiai. Testes, ifjan, ott az önkéntesi fényképe, sápat már, karcsú. De akkor is ritkás a haja, stuccolt angol bajusza van, és fényképein, akár csak emlékeimben, mindig szomorú a tekintete. Miért érdekelt, hogy ki is volt, milyen is volt? Talán azért, mert életem kacskaringóiban, buktatóiban, forgandó szerencséjű éveimben kulcsot kerestem önmagamhoz. Mert bármennyire is tudtam, vagy legalábbis gondoltam, ki is vagyok, vagy lehetek, a folyót talán érdekli a csermely, a patak, a sok-sok csermely és patak, melyből folyammá szélesedett, tágult, bővült, s közeledik együtt csermeljel patakkal a delta felé, elveszni és feloldódni a végtelen idegen vizekben. Milyen volt apa? kérdeztem anyámat nem is egyszer. És akkor is mindig hallgatott. Mintha kutatnia kellene az elmúlt sok-sok év mélyén, hogy mindenféle jó és rossz emlék alatt megtalálja, milyen is volt. De tudtam azt is, válaszolhatna a kérdésre pontosan. Mert bármit, bármikor kérdeztem, mindig, mindenre pontosan válaszolt. Mégis sürgettem, milyen? Más, mint ti négyen végre a felelet. Egészen más? Egészen. Már nagyon öreg volt, de sem a szemében, sem a hangjában elérzékenyülés. Egészen más volt. Sorra kérdeztem apám hugait is. Nemrégiben, halála előtt, szorgalmas és nehéz élete végén, megkérdeztem Ilonka nénit. Apád? kérdezte a forró rózsadombi teraszon, érő málna illatában, gazdag rózsák piros árnyékában. Nagyon fes, fiatal ember volt, és nagyon szép fiú. Én így emlékszem. Te hasonlítasz rá a legjobban. <laughs> Én, nevetnem kellett. Se fes, nem vagyok se szép. Mégis hasonlítasz rá, de azért más vagy. Tengernyi felnőtt, gyerek, karonülő, lányok, vők, sógorok, unokák, déd-unokák ünnepelték Erzsébet napját az ótestamentumi bőségű család közepén ott ült egyenesen, boldogan böskenéni. Egy pillanatra nem figyeltek rá, gyorsan csent egy kávéfánkot, meg ne lássák, hisz tilos az édesség. Apád, mondta, ha? nagyon szerették a nők. Ő is a nőket? Nem hiszem. Keze már nyúlt egy újabb édességért, de tetten érve visszahúzta. Apád azt szerette, ha őt szeretik a nők. Azért szerette szegény anyádat is, mert az is szerette. Különben miért várt volna rá nyolc évig, amíg elvált attól a rémes Nessitől, az első feleségétől? Egy vége láthatatlan dermesztő családi temetés után fagyott, hódarált, hajszolt a novemberi szél a bajai kriptában, nagyapám, nagyanyám, és annyi mindenki horpattá vénült koporsójára. Megkérdeztem apám legkisebb hugát, Pisti nénit, dédanya már ő is. Tessék mondani, milyen volt apám? Elnézett a kriptáról, rám nézett csodálkozva. Milyen lett volna? és kimondott valami egyszerűt, és mégis alig megfejthetőt. Az apád volt. Nenét a keresztanyámat is megkérdeztem. Kétszer is tagolva, hadlása a számot, mert nagyot hallott, vigyázott észre ne vegyék. Irma néni, milyen volt apa? Félrefordított fejjel figyelt. Vékonyka, kis görbe madár, vékonyka, finom a fejecskéje is. Hallotta-e, értette-e, amit kérdeztem? Nem tudom, mert ezt felelte. Miért kellett olyan fiatalon meghalnia? Alig volt negyven. Nagyon homályosan hallom most is a nagyanyám hangját. Meghalt váratlanul az apám, ott feküdt kiterítve a hálószobában. Nagyanyám daliás volt, de most ki is húzta magát, s anyám hiába kínálta a karját, egyedül lépett be a halotthoz. Kisgyerek voltam, utána mentem, utána ment az anyám is. Apám állik fehér lepedővel takartan, mozdulatlanul a kettős hitvesi ágy ablak felőli részén. Az ablak nyitva, odakint csípős, lelkendező márciusi szél. meg meglebbentette az üveghez csapta a gyászlobogót. A tükrön odavetett fehér lepedő, az óra inga vigyázban állt, most megszűnt számunkra az idő. Fogtam anyám kezét. Nem értettem, mi a halál. Nagyanyámban útban hozzánk elapadtak már a könnyek. Néztem mereven, sokáig apámat. Az én jó fiam, csak ennyit mondott. És később, évek múlva újra faggattam anyámat. Anya, szerette maga apát? A válasz nagyon illet hozzá. Akkor hogyan bírtam volna ki vele tizenöt évig? Egy-egy pillanatra így dereng fel bennem az apám. Ott az ágyon, és a ravatalon, lezárt koporsóban, ahogy sorra négyen fellépdelünk hozzá, még egyszer búcsúzóul megnézni. Anyám legkisebbik öcsémet fel is emelte, hadd lássa, aminek értelmét akkoriban alig ha foghatta fel, de nem fogtuk fel mi hárman nagyobbak sem bepárásodott üveglap volt apám arca előtt. Sokáig kellett várnunk a temetésre, a zárt koporsóban. És így az oszlás fülledő páráin át még valószínűtlenebb volt, elfoszlóbb, mint most az emlékezetemben. Arcára, alakjára alig, de arra emlékszem, hogy rá mindig várni kellett. Ha nem jött haza, elmaradt néha három-négy napig is. Nem vártunk az ebéddel. Anyám csöngetett, hozhatják, ehetünk. Sosem volt nyomasztó, baljós egy ilyen ebéd. Mintha csak az egyik vendég, anélkül, hogy kimentené magát, késne, vagy el sem jönne. Ennyi volt. Mert apám sosem késett, apám egyszerűen nem jött. Aztán elmúlt ez a nap is. A vacsorát ismét hatnak terítették. A hatodik, az apám vacsorára sem jött. Egyszer maga helyett a pikoló fiút küldte egy számoló cédulával a kiseli étteremből. A cédulán néhány sor. Március 14 -e volt, akkor akasztották ki a zászlórútba a trikolort. Másnap szünet, ünnepség, hódolat, március idusa, felvonulás Petőfi szobra előtt. Anyám elolvasta a cédulát, írásos felével az asztalra tette. Mi néztük a cédulát. Unikumot fedezett fel rajta a vízben egy csapzott fejű, de vidormosolyú férfi. Anyám arcán semmi vélemény, aztán adott ötven pengőt a pikolónak. Vigye, mondta és leszette a hatodik terítéket. Nem nyúltam a számoló cédulához, nem illet el olvasnom. Apa üzent. Apátok, felelte, későn jön haza. Máshol vacsorázik. Megünnepli március 15-ét, és kért száz fengőt. De anya, csodálkoztunk mi négyen, csak ötvenet adott. Annyit, Egyetek rendesen. Hogy tartod azt a kést, nem ceruza? Hallgattunk. Éreztem, kis keserűségtől szabadult most. Másként fogtam a kést, ahogy kellett. Nem jön el anya az ünnepségre? Nekem dolgom van, majd ünnepeltek tik az iskolában, és ünnepel apátok már délóta. Felnevetett, akkor nem értettem miért. A szegény Petőfi, meg a kosút Lajos. Az a március 15-e, amit apám már az előestéjén kezdett el ünnepelni, derűsen, szelíd, langyos, duna illatú szellőkkel ébresztett. Apró szellők paskolgatták a trikolort, fürge, göndör, áttett szőn szürke felhőcskék kóboroltak a szemközti ház kéményei, a padlás ablakon napozó macskák fölött az ünnepi mise rövid volt, hisz annyi csak a feladata, egy szerzetesi iskola szentmisével áldozzon a történelminél is örökebb üdvöt kívánva a hősöknek. Aztán szépen, rendezett és néma ünnepélyességgel levonultunk a tornaterembe, elhelyezkedtünk rangsor szerint. Zsúfolva volt velünk a tornaterem, zsúfoltak az erkélyek is. Ott ültek a szülők kikilesve odalent a gyerekét. Én a kórusban voltam, énekeltem hát a műdalt, mellettem Emil, énekelt ő is, épp oly hamisan akár csak én, de ő felfelnézett az erkére, ott ült apja, anyja, büszkén figyelve buzgón tátogó fiát. Én rám onnan fentről senki sem figyelt, fájt a szívem, irigyeltem Emilt, Apám ki tudja, hol ünnepel, anyám lent a boltban, vigyázva, csorban essék a cég becsületén, jó legyen a zsömle a kegyér. Talán most dobatja vissza a félre sikerültet. Én nem árulhatok vacakot, ezt a luxust nem engedhetem meg magamnak. Talán ezt mondja most is, hisz hányszor hallottam. És mindig ropogós, molett volt a zsömle, hibátlan, Holt sarló a kifli, foszló, sokáig friss a kenyér. Énekeltem, elhagyottan, s láttam anyámat a gőzölgő kenyeres kosarak között, és elképzeltem apámat valamelyik vendéglőben, a kis piszkosban, a bíró dénesnél, a kiszelinél, holubnál. Elénekeltük a lelkes műdalt, aztán egy nyolcadikos hajolt meg, elharsogta, Kártágói harangok! Majd a magas vérnyomása miatt mindig vörösen fulladozó, tarfejű károi tanár úr idézte szónoklatában a dicső múltat, és tett hitet amellett, hogy Magyarország nem volt, hanem lesz. Emil mellettem óvatosan integetett az erkére, és az erkéről intett neki az apja, az anyja. És én nem integethettem senkinek. A rozzant, félrehangolt zongorán valaki eldübörögte a forradalmi etűdöt. Elszavalták a nemzeti dalt is, majd felpattant a tornaterem, az erkéjen a szülők, még egyszer reménykedve odalestem, hát ha most érkezik meg az apám. És énekeltük a himnuszt, velünk énekelték egy-egy ütemmel elmaradva vagy előre sietve a fiúk, a vendégek. De a petőfi szobor előtt már nem tudtunk tisztelegni. Az előcsarnokból lobogó cingulussal izgatottan hesegettek mindenkit az osztályokba, s már zsibongó, egyáltalában nem ünnepélyes volt a visszavonulásunk. A mi osztályunk a legfelső emeleten volt, lentről a mélyből zaj, alaktalan lárma, elelsiető, felharsogó, majd elfulladó ének a szózat. És mi az ablakban csüngtünk, felbojdulva, hiába próbált rendre, nyugalomra a padokba terelni minket Károlyi tanár úr. És láttuk alattunk az esküvő, madárpöttyös petőfit, feje fölött zavartan kavargó galambok, verebek, s körülötte torlódó, szétzavart, neki lóduló és visszafelé futó tömeg. Minden egymásba keveredett, a suhogó zászlók, az emberek, lobogott a sok-sok zászló, a tolongásban elröpült, és röpült a piros-fehér-zöldbe keveredve egy-egy női kalap, s kerengett a szobor elé egy férfi kemény kalap. Árpád sisakos rendőrök tolták vissza a tömeget, támadó kard a kezükben, s már trappoltak a kövezeten a lovas rendőrök, kivont karddal azok is. Odafönt márciusi, hűvös napfény, a fény a kardokon villant, vészjósló, hideg fény. Nézd, mondja izgatottan Emil, nézd azt a pofát, és néztem. Borostás fiatal ember cikázott, vékony kis kabátban, sildes sapkában, gomblukában vörös szalag a rendőrök elől. Őt kergette, mentette a felzajdult tömeg. Szaladt, emberekbe ütközött, egérutat nyert, megállt ziháltan a Flórián szobornál, rendőrök futottak felé, habozott, megugrott, újra átengedte az ide-oda csapódó, megzavart emberár lobogtak a trikolóros zászlók, mélybe húlt egy-egy, ahogy kilökték a zászlóvivő kezéből. Az üldözött most, mintha felénk fordult, felnézett volna, oda -föl, az utolsó emeletre, az ablakba tolult gyerekekre. Láttuk rémült tekintetét, csapzott haját, hisz hol volt már a sapkája. Újra futott, lódult, és már nem csak a rendőrök üldözték, a tömeg is, hetszelődve vagy felháborodva, onnan fentről csak kavargó, éles hangok. A templom köré ragasztott butikok elé csörtettek, szikrát verő patával a rendőrlovak, s mi néztük az ablakban, és mit tudtuk mi, miről van szó. Emil derűsen rám vigyorgott. Bújt az üldözött, szavalta, s felé kard nyúlt barlangjába. Félbevágtam. Mit hülyéskedsz? Megölik! Mert az üldözött megtorpant a sekrestje ajtaja előtt. Megtorpant szemben vele a rendőrcsapat. Fenyegetőn villant a sokkard. A kölcsönös tehetetlenség pillanata volt ez. Egyszerre elnémult a tér. Egy uszálykürtyét lehetett hallani a kétségbe esetten kavargó galambok verebek szárny csapásait. Nézd! mondta Emil. Meglógott. Az üldözött akkor zuhant be valósággal a sekrestébe. Egy karinges fiatal pap állt az ajtóban. Ezzel kész, fordult el Emil az ablaktól. Refugium nostrum in nomine domini. De hát utána mennek. Isten háza, és Emil vigyorén patetikus lett. Oda nem követheti az üldöző kardja óvják a szüzek. ebben az esetben a métér Teó, a szűzanya. S szemre hányó nézett rám. Apám, te nem tudod a római történelmet, pedig azt már megettük. De nem tudtam, mivel hárítsam el, de nem maradhat örökké a templomban. Na, na, hogy nem, egyszer kijön. És akkor semmi baja. Egy frászt, lekapják se a szüzek, se a méter nem oltalmazza tovább. De miért volt vörös szalag a gomblukában? Mit tudom én. Biztosan kifelejtette a fehéret meg a zöldet. Na, mehetünk. Odalent oszladozott a tömeg, most már szelíden terelgette az árpát sisakos rendőrhad a meghajszolt rendőrlovak is nyugodtan harapták a füvet a templom előtti alig zölden sarjadó kertecskében. Rágták az orgonafák épp nyíló rügyeit. Csak néhány rendőr maradt, ketten a sekrestje, ketten a templom kapu előtt. Mi pedig hazamehettünk, lomtárba került, jó lesz jövőre is, a három szalagos, aranyporral befút babérkoszorú s hazafelé már rend, nyugalom és furcsa csend. Sürögtek az Erzsébet híd felé a villamosok, el elpöfögött néhány autó, szép, elegáns rendben kocogtak hazafelé a rendőrlovak, s most az Árpád sisakokon, nem a kivont kardokon villogott a márciusi fény. Mi Emillel hátra-hátra néztünk, nem most vágta te elő, biztonságot sejtve, az üldözött a sekrestjéből. Nem ugrik -e egyenest üldözői karjába. A templom mögött rendíthetetlen, mészkőből faragott nyugalommal állt Szent Flórián, kezében vödröcske, hátha tűz jön, és majd eloltja. A templom oldalára ragasztott mészárosnál cekkeres asszonyság várta, míg felszeletelik a karajt. Grasman órás poros kirakatában egy konyhaórán sétált felé a mutató. Körülötte bídermelyer órácskák, mutató nélkül, azt az időt jelképezve nyilván, amely mindig volt, most is van, mindig is lesz. Minek hát jeleznie? Megszólalt a déli harangszó, zengő, öblösen, és feleltek rá, hangjába karoltak a belváros többi templomának a harangjai is. Mire hazaértem és elbúcsúztam Emiltől, a mi templomunkban, a sarkon épp elkongott az utolsó harang. Mi lehet most az ipsével? ezzel búcsúzott Emil. Ott marad a templomban, te mondtad. De örökké? bizdájem? kezet adott. Szávasz! hülye voltál te mindig? Nézd meg, délután bent van-e még? az asztalon csak ötre terítettek apa? kérdeztem. Még nincs vége március 15-ének, mondta anyám. Majd felcsattant. Hogy tartod azt a kanalat? Sosem tanulod meg? Pillanatra könny a szemében. Hát ezért élek? Hát miért élek én? És ebédeltünk. Öten. Sóska levest, marsot. ilyen márciusok talán sosem lesznek már. Nyájas, áttetszőn kék, tavaszi meleget ígérő ég, egy-egy szellőverte, elröppenő felhő. A gellért hegyen, megbújva makacsul a sziklarésekben, még valami szürkülő hó, de olvad, felénk szűrődik az illata. A Dunán egy-egy elkésett, messziről a két part közé tévedt, halasú szájokra pergő jégtábla, de olvad az is, tapadósan budjan a levél a gesztenyéken, és minden küldi az illatát, télbúcsúztatót, tavaszhozót, nyári gérőt. Délután anyám ott ült az irodában. Elszámolt, most hozták ki az utolsó sütést. Kosarakban a piros posgás, még gőzölgő zsömlék, a vén Nándor bácsi, liszttől tapadós, tésztától maszatos gatyában, trikóban rakta a polcokra a kenyereket. Anya, mondtam, de megvártam, amíg a zöld üvegbúrás irodai lámpa fényében bejegyez egy végösszeget a főkönyvbe. Anya, elmehetek? A leckével meg vagy? Meg. Emilhez megyek. Emilhez? Miért egész délelőtt együtt lógtatok? Ennyit mondott, s hozzátette. Nyolckor vacsora. Emilhez indultam, de előbb a templomhoz, mi van az üldözöttel. Aztán a fekete kutya drogériánál visszafordultam. Apámat akartam valahol megtalálni. Apámat, aki tegnap dél óta ünnepli március idusát. Petőfit. Hűvösödött, szürkült. Merre menjek? Akkor nem tudtam, ma már sejtem, miért akartam látni apámat, a kokárdáson ünneplőt. Álmos, kihalt volt a mi tájékunkon ilyenkor az utca, néha elkocogott egy hintó, valahonnan stráfszekérre rakták a szemetet, füstöt verve elrobogott egy-egy autó. Az utca fölött lassan, percegve kigyúló, hunyori sárga fény, a lámpák, megelőzve a lopakodó sötétséget. Még égett egy szál villanykörte Balogúr rőfös kirakatában, a patika már bezárt, Zsiganéni, a szakállas, mázsánás súlyosabb zöldséges, a hajdani patkány, vödörbe kaparta a hulladékot, fognya sárgarépát, penészedő káposztát. Szemben a merev pofájú, vasból öntött drogéria cégérrel, a fekete kutyával, Fényességben a parányi ciráki palota, vendéglátásra készülődve nyilván. Már litániára harangoztak a templomban, a méltóság teljesen figyelmeztető kongásra, ferröppentek szűzmária sorvat orrú szobra mellől a galambok. Szentasszonyok tünedeztek fel, tömött bugyrokkal, megbocsátásra váró bűnökkel, s a templom kapuban most térdelt le egy törpenő, vállán bársony kepp, s ott térdelt imádkozott, bűnei ismeretében sosem merészkedett az oltárig. Áltam, vártam a fekete kutya előtt. Hol találom meg az apámat? Ez nagyon fontos volt most, akkor sem tudtam, ma sem igen, Miért volt ez a legfontosabb ebben a homályosuló alkonyatban? A mátyás pincében? Oda be nem merészkedhettem, de sehova sem, rövidna drágosan, félre diák sapkában. Ha legugolok, úgy lesek befelé, akkor sem látok mást, csak a pincérek lebbenő fehér zakóit, Baldauf néni sürgőforgó hímzett köténykéjét, asztaltól asztalhoz sietve egy-egy pillanatnyi tracsra letelepedve, kutatva, elégedette a kuncsaft. Jó-e a pörkölt, hidege a csapolt sör. A Kriszt, a száz éves? Itt beleshettem, végig láttam a boltíves helyiséget, az asztaloknál sörös kriglik, tárkonyos borjú csülkök fölött láthattam az arcokat, talán látom apámat is de csak elemista társamat, az ütődött fricikét láttam, az ódon cserépkájha mellett gubbasztott, fázott, nyáron is fázott. Itt sincs apám. Apám csak ott lehet, gondoltam én, ahol cigány muzsikál. A száz évesben vak, hárfás pengette fals húrjait. Hol lehet? Belestem a kis piszkosba, Közelben volt az is, rossz fényű helyiség, terítetlen asztalokon sörös kriglik kereklenyomata. A söntés is ott volt, Svec úr, a tulajdonos, maga csapolta a sört, s hordott öt-hat kriglit az asztalokhoz. Vékony szálú bajszán mindig egy kis sörhab, mert zárásig annyi sört ivott, akár a vendégei. Apám ott sem volt, ott sem játszott a cigány. A holub, a közelben volt az is, a közelben az apostolok, a szőke, a szikszai is. Mint aki tetten éréstől fél, úgy osontam szinte a fal mentén, s mindinkább vágyakozva, nem is kíváncsiam már, hol láthatnám az apámat. Mert már nem az érdekelt, hol is lehet a ritkán ebédre érkező, hanem milyen lehet most. Kóvályogtam, tévejektem. Mennyi kocsma, vendéglő, fényes étterem a belvárosban? Hol lehet? A Rókus kórháznál talán? Bíró Dénesnél? Vagy szemben a Nemzetivel, a Keszeinél? Talán a három huszárnál, a hágiban. De voltak gyanúsabb kocsmák is, hát ha a hullamosónál. S lassan, mint sötétebb lett, és mint fáradtabb én. Belváros, Józsefváros, Ferencváros. Apám ezt tudtam, soha Budára át nem járt. Körülkerítette magát vendéglőivel, kocsmáival, éttermeivel, s ebben a körben tűnt el valahol napokra, a Duna és a Nagykörút között. Hány helyen kell még keresnem, látnom és meglesnem, dúlt fehér terítős asztalnál, boros üvegek ütegei mögött, ahogy nevet, mögötte húzza a cigány, énekel, aztán felpattan, ácsi, és a zongora elé ül, ő diktálja a zenét, magyar nótát, paraszt becsületet, hisz remekül játszott, s a cigány csak utána cincogja a kíséretet. két órát harangoztak, mennyi harangszó, mennyi templom, és nem találtam. Hát nem látom apámat, akiről évtizedek múltán elhomályosuló emlékekkel és gyengét szeretettel azt mondják majd a húgai, olyan vagy, mint az apád, csak más. Apám, aki iszik, cigányoz, ünnepel kokárdásan, és éppen kedve kerekedik, felugrik az asztalra, táncol, egymagában, borosan, vidáman, fékezhetetlenül. Nagy életű ember volt, mondta róla a nagynéném, a sógornője, Zseni néni, hisz azt is kérdeztem. És gáláns egy ember. De szegény anyád. Hát én megértettem volna a helyében. Aztán megláttam. A kiszeliben. Közel hozzánk. Átlátszó, fehér tülfüggönyök a kirakadt táblákon. Mögötte szürke, kiábrándító világosság. Csupa fehér abroszos asztal, papírpálmák. Egy dobogón dolmányos cigányok éppen vacsoráztak. Egy hosszú szennyes asztal mellett ült az apám. Kemény galléria kinyitva csáléra, ferdén a nyakkendője, gomlukában a kokárda. Maga elé merett valahová, ő se tudhatta hová. Körülötte a társasága, ismeretlen, félig elázott arcok. Az üveghez tapasztottam homlokomat, így próbáltam a füstös boros homályban kilesni apámat. Mulat! így hallottam mindig. De ez nem volt mulatság. Akik körülötte ültek, ittak, nem mulattak azok sem. Néhány nő is volt velük, egyiket se láthattam sohasem, de lassan ráismertem a híres színészre, pegyhütt, hűdéses volt a tekintete, pedig egyszer én daliásan, hős bánkbánnak láttam. Nézd, mondta az anyám, az apád szavbrúdere. De én a nagyurat láttam, és csodálkoztam, miért látja anyám most is az ivó cimborát. Egy keszeg, gondosan fésült, zsakettes úr, pörkölt pecsétek a plastronján, a báró. Ez a sóher alak, mondta anyám, ez a hakapeszik aladár. Észrevettem a kopasz inci-finci bajszú bányai bácsit is. Holubeket, a nyerges mestert, akinek két szék is kevés volt. És előgörgött kurta görbe lábain, s feltornázta magát az ülőkéretet párnákra Zoli Bohóc, most is elegánsan, mellette dús mellű, drabális szőkenő, az segített. És az apám, ahogy maga elé nézett, borúsan, ahogy semmit sem látott, csak töltött újra meg újra, és utolsó cseppig kiitta a poharakat, s arcán akkor se láttam örömet. A tekintete villant fel, úgy itta a bort, ahogy örökké száraz föld nyeli el az esőt. Áltam, arcom a kirakat üvegen. A cigányok befejezték a vacsorát. A primás hóna alatt, hegedűjével, hízott mosolyjal apámhoz közeledett, füléhez hajolt, rákezdett valamire, a zenét én odakint nem hallottam, de apám anélkül, hogy ránézett volna, eltolta a cigány karját, hegedűjét, és felállt. Most állt, mereven, szinte odacövekelve aztán elindult biztos léptekkel a kirakat felé. Az asztal társaság nevetett, egy kurta szoknyás nő az akójába kapaszkodott, húzta volna vissza, de apám lerázta, s ment, és közeledett a vedlet pálmák a kirakat felé, közeledett felém. A tekintetét láttam, ezt az elborult szomorúságot, s e szomorúságban valami ki nem mondott kérdés lehetett. Megállt, kifelé merett, de nem láthatott mást, mint a piszkos függönyt, engem nem láthatott. De én nem moccantam. Néztem az apámat, a tekintetét, és azt éreztem, holott miért lett volna így, engem látott, aki olyan vagyok most, mint ő, csak éppen egészen más. És szemébe néztem én is, szorongva, reménykedve, hát ha így egymásra találunk, bármilyen képtelenség is ez, lehetetlenség. Aztán Zoli Bohóc lehuppant a mélybe, oda görgött, megfogta apámat, Lezöttyentette egy székbe. Látott te? Semmiképp. De én láttam egy pillantás csak az életébe, az ismeretlenbe. És fordultam, loholtam haza. Már este volt, nyolc óra, vacsoraidő lesz rögtön. Esti sötét az ég, a holtsarlót a várhegy fölé karcolta egy ismeretlen kéz. Láttam apát, mondtam. Részeg volt? Nem tudom. Anyám többet nem tudott kérdezni. Megérkezett az apám. Egyenesen járt, biztosan vállára vetve prémes bekecse. Egy pillanatra álva maradt az ajtóban. Mi négyen feléje néztünk, anyám a kredencről levett egy tányért, kést villát. Ettél? Apám mozdult, elindult, s mi négyen szótlanul végig simította a fejünket, s ma sem tudom, tudta-e, a fiai közül melyik volt melyikünk. Aztán elhajította valahová a bekecset, átkarolta anyámat. Ne hagyj el, Katica, mondta, és átment a hálószobába. Másnap holtan találtunk rá. Ott feküdt, borfoltos, pörkölt pecsétes sötét ruhában, hajtókájában a kokárda, csak a cipőjét rúgta le. Nagyon nyugodt volt, szinte kinyújtózott, megkönnyebbülve a halál előtt. Mi anyánkba kapaszkodtunk, így ragadnak röppenékeny madárfészkek a biztos sziklába. Nincs többé apátok mondta könytelenül anyám. Aztán megcsókolta a halottat. Minek éltél? Ránk nézett. Ezekért? És újra maga köré terelt, magához ölelt mind a négyünket. Refugium nostrum in nomine domini. Nem akkor most jutott eszembe Emil Kaján idézete. Mi négyen a menedék. És mi négyen fulladozva sírtunk, de nem sírt az anyám. Száraz volt a tekintete, így nézte a békés, megbékélt halottat. Még egyszer megcsókolta, aztán intézkedett. A tiszti orvos, halottkém, temetkezési intézet. Telefonok nagyapámnak, nagyanyámnak. Apám seregnyi hugának. Kisietett a konyhába, gazdag ebédet rendelt, hisz jönnek a rokonok. Aztán lement a műhelybe, az irodába, de előbb szólt a házmesternek tűzze ki a fekete zászlót, és most együtt lobogott, egymásba keveredve a trikolór és a fekete zászló. kérdeztem sok-sok év múlva. Maga miért nem sírt? Sírattam, mondta, amíg élt. Síratom, mióta meghalt. De akkor az jutott eszembe, mi lesz az adósságokkal? Fizete a biztosító? Süthetek-e holnap? Mosolygott akkor már csak ti négyen számítottatok. Megvagytok nekem? Tiszti orvos szerint apám rövidesen március 15-e után halt meg. Nem sokkal éjfél után, talán egy órakor, fél kettőkor. És azóta keresem az apámat. Még mindig tart a leghosszabb március 15-e. egyedül maradtunk. Ez ki? kérdezte anyám. Egy csokor lángvörös rózsa pihegett a főkönyvön. Még szinte rezget rajta a harmat, vagy valószínűbb, hogy a virágüzlet permete. És mellette egy névjegy. Mély részvéttel osztozik gyászában. Anyám ingerülten odébb dobta a névjegyet. Mondja Násic, maga tudja, ki ez a doktor Schneller Mátyás Pékmester. Az ápolt szakállú öreg lisztügynök óvatosan ült a széken. Vigyázott, kényes átmeneti kabátját ne érje lisztfor. Ízlelgette a vadonat új nevet. Schneller, Schneller, ilyet én nem ismerek. Doktor is, Pék is, nézze, körvasúcsor kilenc. Mind a kettő egyszerre. Násic úr óvatosan nyúlt a névjegyért, hozzá ne érjen a lisztes zsákokhoz, kenyeres és zsömlés kosarakhoz. Sokáig szemlélte az apró iroda zöldes fényében a névjegyet, majd gondosan visszatette. Itt valami nem stimmel. Anyám intett a virágos lánynak, s valami borravalót adott. Aliszka, ezt visszaviszed. Mondd meg cigány nagyságának, egy ismeretlen doktor Schneller nekem nem küldhet rózsákat. De amikor ki van fizetve, tétovázott a vékony Aliszka, aki néhány évtized múlva terebélyes, megbecsült virágkereskedő lett az utcánkban. A pénzt visszaadni nagysága. Adjátok el a csokrot még egyszer. és anyám, hogy így döntött, megkönnyebbülve nevetett össze a kényes násic úrral. <laughs> Dupla a haszon. Csak a főkönyv maradt, násic úr meg én. Anyám mélységes gyászt viselt, fekete stikkelt sejemblúzt, fekete gyöngyfülbevalót, fekete brost a diszkrét kivágásban. Csak az arca volt élénken, mint egy felhevülten piros. Mit gondol, Násic? Miért küldez nekem rózsákat? Nem olyan nehéz kitalálni, mosolygott a lisztügynök. Még ki sem hűlt az uram, meg sem szokta a temetőt, és erre egy ilyen vadidegen, milyen jogon, mondja, Násic, én ilyen rózsákat nem fogadok el. Ha elfogadom, most tűnődött egy kicsit, akkor közlöm, megértettem a célzást. Vagyis agit adott, összegezte, épp hogy jelenlévőre húzva össze magát a szállongó lisztporban másic úr. Mellesleg a rózsák gyönyörűek voltak, és én szeretem a rózsákat, de ez más. Násic úr óvatosan felállt. Van egy ideám. Fel kell hívni az elnököt. De maga, egyezett bele az anyám sietve, engem kihagyni, Násic úr. No, na! És már is tárcsázta az ipartestületet, az elnököt. Nagyon figyeltük, anyám is, én is a sok-sok szakálláról akartuk szinte leolvasni, mit is mond a hiteles informátor, kicsoda, micsoda ez a doktor Schneller. Násic úr bólogatott egy-egy válaszra, többször is megköszönte, közölte, csak úgy érdeklődik, üzleti ügy, majd letette a kagylót. No, lett kíváncsi anyám, az elnök se tud sokat, jogtudor mesterlevelét Mladá Boleszlávban, vagyis ahogy régen nevezték, Bunzlauban szerezte. A hírek szerint ez egy puritán ember, egyedül dolgozik, inast sem tart, a nővére szolgál ki. A lisztet, mondta az elnök, maga vásárolja. Naponta egy-egy zsákot a bricskáján megy érte valami ódiózus malomba, úgy viszi haza. De akkor honnan van pénze ennyi rózsára? Már ugye azt kérdezi nagyságos, mosolygott kajánul a lisztügynök, miért van pénze ennyi rózsára? Anyám nagyon nevetett. Persze, hogy azt. Násic úr kezet csókolt, zsebkendőjével leporolt a szakálláról, átmeneti kabátjáról, a rászállongott, láthatatlan lisztport, távozott, de előbb engedét kért, hogy továbbra is informálódhasson. És bár anyám közölte elég ennyi is, több felesleges, mégis ragaszkodott hozzá. A műhelyben már véget ért a munka. A megmeglengő csapóajtón beáradt a holnapi kovászaga, behallatszott a hűlő cukrászkemence pattogása. A bolt még nyitva volt. Anyám odatta a kis kézikasszát. Vit fel, s hozd a malaclopódat. Elkísérsz. Hová? Majd megtudod. Szaladtam fel a kasszával, magamra kaptam a malaclopót. Fekete volt az is, akár budgyos műsejen blúzunk, kurta nadrágunk, térdigérő harisnyánk, cipőnk, nekem is, mind három öcsémnek is. Feketék voltunk tettőtől talpig, ahogy árvákhoz illik. Április vége volt, Márciusban halt meg az apám. Anyám még viselte súlyos, hosszú fátylas kalapját, arcát rejtve a kíváncsiak elől. Amikor leértem, anyám csak egy fekete kendőt kapott magára, mint aki csak átszalad valahová. A fátylas kalap fent maradt az előszoba fogason. Langyos, derűs, halk volt az alkonyat. Takarékos fényű villanykörték a kirakatokban, Kálderóni kirakatában épp hogy derengtek aranyló csillogással a górcsövek, szextánsok, gukkerek. Balog úr rövid áru kereskedésében békésen porosodott, szelíd megvilágításban a sok zokni, gombolyak, pamut, meltartó. Égtek, de alig világítottak az utcai lámpák, a kapukban, sámlikon, hokedlikon, ott ültek már a szellőző házmesternék, öregebb, törődött lakók. Apám halála óta mindig ünnepélyesnek hatott egy-egy családi sétánk. Anyám mögött hullámzott a fekete fátyol, előtte egymást kézen fogva a két kisebbi köcsém, anyám mellett egyfelől én, másfelől a nagyobbi köcsém. Viseltük szinte tüntetően a gyászt, így illett a négy gyerekes ifjú özvegyhez és a fiaihoz. Lobogtattuk, hirdettük a veszteséget. Sem erre se néztünk, magunk elé csak, hadárulja el lesütött szemünk, hogy nem merünk a kétes jövőbe tekinteni. Mi elhagyottak. S minket, gyerekeket ez az új állapot, hogy váratlanul árvák lettünk, némi büszkeséggel is eltöltött. Hol volt még, milyen messzeségben az idő, amikor újra helyre áll a rend, s anyám pékné lesz megint, s nem özvegy, mi négyen pedig gimnazisták, elemisták. Hogy most anyám csak úgy septiben kendőt kanyarított, az arról árulkodott az utca kíváncsiainak, hogy valami nagyon fontosnak kellett történnie. Már sietésünk is feltűnhetett. Fogtam anyám kezét szorosan, Éreztem, minket figyel mindenki, s aki köszön vagy visszaköszön, azoknak a köszöntésében némi csodálkozás. Klacsmányi úr, a szomszéd vászonkereskedő tisztelettel, de ámulva hajolt meg, s hosszan nézett utánunk. A Sörház utca sarkán az öreg kegytárgy kereskedőné meglepetésében elfelejtette biztos helyre tenni az aranyozott feszületeket, áttört ezüst füstölőket, és hosszan nézett utánunk ő is. A szerb ház kapujában ott ült a boszorkány csontos Oreskovics Bogumilné, mellette valami himzésen vakoskodott sápatag albérlője, Raffersberg írma, esztendők múlva az utca hírességei, hisz Oreskovics Bogumilné egy nyári napon megölte Raffersberg Irmát, és hat hétig aludt a tetemen. De most ő is megdöbbentem vett észre minket, sietett kacsázva a Pintér utca sarkára. Itt a divatos női szabó, özvegy Rócsildné töltötte meg a málladozó erkét, onnan figyelve az utca életét, hátra-hátra szólva csinos, koronfekete lányának, Klárikának, aki akkor még maga sem sejtette, hogy egyszer Klára lesz, és nemes valutáért var ruhákat a budapesti diplomáciai kar hölgyeinek, meg másoknak. Rócsildné most egy pillanatig nem egzecíroztatta Klárikát, hallgatta, mit susok fel lentről a boszorkány. Ezt nem értettem, de hallottam a szalon tulajdonos nő vaskos testéhez szinte illetlen vékony hangját. Hol? Oreskovicsné. Anyám is észrevehette, hallhatott mindent. Ne néz folyton hátra. Mint egy rajta kapottan siettünk tovább. Cimmermann Mátyás sok-sok kirakatában pazarfény kínálta az ezüstös háztartási vastárgyakat, fazekakat, klopfolót, alpakka étkészletet, húsdarálót, reszelőt. És nem takarékoskodott a villannyal, Las Torres Gyula sem csillogott két-három kirakatában a garmada nemes porcelán, s persze az olcsó polmik is. Itt egy pillanatra megálltunk. Anyámra lestem, kipirult az oktalan sietségben, úgy pirult ki, mintha szégyenkeznék. Aztán már kényelmesen mentünk tovább. A sarki virágkereskedésben Aliszka épp mosta fel a követ. Cigány néni gondos parókáján apró, gyöngyös háló, a kirakat dús zöldjeit locsolgatta éjszakára, holnapi ébredésre. Kati cám, csókolóztak össze. Lefogadtam volna, hogy ide szaladsz. Bettikém, s ezt az üzletasszony nem az özvegy kérdezte. Eladtad másodszor is? És drágában? nevetett Betty néni. Toj-toj, kopogta le anyám, s nevetett ő is. Aztán anyám segített locsolni a zöldeket, nem hallottam, miről is beszélgetnek. Ültem az egész falat borító, kicsit felhújagzott, mindig párás tükör alatt, egy fehér szalonszéken. Csupa sűrű illat a virágkereskedés, párán átszűrt illat. Akkoriban kaptam első szemüvegemet, újra meg újra elhomályosodott, lágyan összemosódó színekben láttam a lángvörös rózsákat, tengerkék fogföldi ibolyákat, büszkén fehér és rózsaszín fejű cserepes ciklámeneket, a sok zöldet, pálmát, kaktuszt, a kirakatott körülcsorgó plegykát, az aszparáguszok elomló csipkéit. Akár egy összemaszatolt paletta, olyan volt a bolt. Egyszerre felfigyeltem. Én megfogadtam, Bettikém, és nyilván azért beszélt most hangosabban az anyám, hogy meghalljam, amikor az uram itt hagyott, semmit sem titkolok el a fiaim előtt. Tehát ezt sem. Ez megnyugtatta Betty nénit. Te mindig okos voltál, Katicám, mondta. Szóval egy magas, tekintélyes férfi volt, az ilyenre mondják azt, hogy daliás, akár szegény urad és nyilván nem ok nélkül kérdezte, mit csinálsz most az üzlettel, a gyerekeiddel? Anyám elhessen tette a barátnői kisé célzatos aggódást. Azt mondta, daliás volt? Aztán olyan katicám, akit nagyon meg kell nézni. Dióbarna, barna, igen sűrű a haja, kis tuccolt bajusz. Ezzel remekül állt neki, és aranykeretes szemüveg. Hajtókocsin jött, vagy bricskán, itt hagyta a sarkon. Sokáig válogatta gyűrűs ujjaival a rózsákat. Nem szeretem, ha egy férfi gyűrűt hord. Legalább négy gyűrűje volt, mint súlyos, arany, brillekkel, smaragdal. A hangja olyan kellemes, behízelgő, egy intelligens hang. És? Elővette a névjegyét, és hogy küldjem el címedre a rózsákat kezet csókolt és elment. Betty néni ezzel lezárta a rendőri nyomozatnak is beillő leírást. Majd megkérdezte. Te honnan ismered? Épp az, hogy nem ismerem. Anyám önérzetes, megfellebbezhetetlen lett. Nekem senki ismeretlen ne küldjön virágot, pláne 25 szál vörös rózsát. Betty néni kaján ártatlansággal locsolta az aszparáguszt, és így mondta a permet felhőben. Megszámláltad? Meg! Anyám ezt a célzást is értette. Képzeld, megszámláltam. Egytől egyig mind a huszonötöt. A rejtélyes jogtudor és bunzlaui pékmester másnap is küldött csokrot. Ismét huszonöt szál lángvörös a rózsát, és küldött harmadnap, negyednap is egy egész héten át. És anyám minden alkalommal visszautasította a hódolatot, ment vissza a csokor Bettinénihez. Kérem, írta a hatodik csokorhoz mellékelt névjegyre, ne molesztáljon. Így maradtak el a rózsák, hisz Bettinéni nyilván odaadta doktor Schneller Mátyásnak a névjegyet. Figyeltem anyámat, nagyon ismertem már akkor, jó lett volna tudnom, tetszik-e neki a rózsacsokros hangtalan hódolat, vagy bosszantja. De úgy küldte vissza a virágokat, ahogy egy kosár elfuserált zsömlét zavart vissza a műhelybe. Ahogy az üzletmenetet nem akarta befolyásolni selejtes áruval, úgy nyilván lassan-lassan megnyugvó mind jobban foszladozó gyászunkat sem felzavarni. Az utolsó rózsacsokor után Násic úr ismét ingasszált. Melegedett, már nem viselte a kényelmes átmenetit, most Eszterházi kockás, magasra zárt mellényű tavaszi öltönyét óvta a lisztportól, leülés előtt gondosan hessegetve székéről a port. Na, anyám csak ennyit kérdezett. Informálódtam, és nem tudtam meg többet, mint az elnöktől. Való igaz, hogy naponta vásárol egy-egy zsák lisztet, kész fizet, maga fuvarozza vissza. Ez, tette hozzá aggódva, nem sokat mond. De nekem az orrom azt súgja, nicht anrühren. Miért gondolta násic, hogy én ennyi hódolat. Óvott továbbra is a szőrmók, elegáns lisztügynök. Ez egy tiszteletre méltó dolog. Nem csodálnám, ha célt érne. Nagyságos asszonyom, még Blutjung, az a csekély, negyven esztendő, és jogtudorunk és pékmesterünk állítólag igen csinos, nagy darab férfi. Anyám elszólta magát. Ezt tudom. Honnan? Anyám nem felelt. A szokottnál gyorsabban fizette ki a számlát, és ezúttal nem hozatott lesz a harinos feketét. Násic úr észrevehetően megsértődött egy kicsit, így is távozott, s hónapokig nem ő vette fel a rendelést, nem ők asszírozta a számlát, hanem tüzesvörös hajú, nagyon szeplős, fehér arcú kollégája, az ifjú kemény húgó. S az csak udvarias volt, nem rég a kereskedelemben, Se rólunk, se dr. Schneller Mátyásról nem tudhatott semmit. pünköstkor még mindig gyászfájtlasan, feketében, ahogy oly megrendítő, váratlan halál után mindenki elvárta tőlünk, vonultunk misére. Elől a két kisebbik öcsém, mögöttük, arcán a nehéz, alig áttetsző gyászfátyol az anyám, és jobbról barrul a nagyobbik öcsém meg én. Harsányan, támadón sütött a nap, boldogan, hogy a borús tavasz után feltámadhattak a sugarai. Kiléptünk a házból illedelmesen, ahogy özvegyhez és árvákhoz illik. Kiléptünk a piros ünnepi vasárnapba. Egy pillanatra, mint egy a kivonulásra rendbeszedni magunkat, megálltunk. És ekkor vettem észre a túloldalon, zsiganéni lehúzott redőnye előtt a sárga bricskát. Elegáns, Könnyű zakós, dióbarna, aranykeretes szemüveges férfi ült a bakon, kezében a két takaros, fényesre kefélt lógyeplője. Ahogy előre szegezett tekintettel elindultunk, elindult, kocogott mellettünk a bricska. Csönd volt, harangszavas csönd, és ebben szelíden kopogott a két ló patája, surrogtak halhatón a kerekek. Anyám is észrevette, mert a sarkon a drogéria feketére mázolt, tömzsi vascégér kutyája után, még át sem mentünk a borz utcán, gyorsított. És most már, senkivel sem törődve, valósággal futottunk a gimnázium a kápolna felé. Feketén lángolt anyám mögött a fátyol. Beáradt a színes ablakokon az aranyoltárra a pünkösdi, tüzes nyelvű napfény ragyogtatta a hatalmas márványszobrokat, Péter apostol kezében a mennyei kulcsokat, Szűz Mária gyermekét féltő mosolyát, a kettős keresztjét magasba tartó István királyt. Tömjén füstben, sok-sok kispappal, lángvörös kazulában maga a rendfőnök misézett, horgas kopasz öregúr, s csengőn rázendített, véni sancte spiritus, et emitte szőlibusz. Lelkesen énekelt a kórus, hullámzott a tömjén füst, fáradtan az oltár melegében gyorsan fonnyadón illatoztak a pünkösdi rózsák. Ünnepi varázs lebegtette a templomot, minket, nem is a földön, hanem a Váci utca és a sejtelmes mennyország között. Anyám a karzat alatt a szülők pacsorában ült a legkisebbik öcsémmel. Hátra lestem a párráló tömjén füstben. Anyám hátra vetette fájtlát, spiros, kisé felhevült volt most is az arca, s tudtam, azt látja, amit én. A dúsan faragott ajtóban ugyanis, a márvány szentelt víztartó mellett ott állt, mosolyogva, mellén karbafont kezekkel, villogó aranykeretes szemüvege mögött bársonyos, esdeklő tekintet, Sneller Mátyás jogtudor és pékmester. Elszállt az ünnep, illata ott lebegett már valahol a Gellért hegy, a napfényben halvány zölden felszikrázó svábhegy fölött. Siettünk haza, ugyanúgy, ahogy elindultunk és most is ott kocogott mellettünk a bricska, a két derűs pofájuló. Ugyanabban a tempóban akár csak mi. Lassabban, ha elméláztunk, gyorsabban, ha anyám előre-előre terelgetett. A ház előtt azonban a bricska megelőzött. Dr. Schneller Mátyás leugrott a bakról, szelít kezes lovai közé vetette a gyeplőt, és várt minket a kapuban. A konyhából már a hűvös kapuajba szivárgott az ünnepi kacsasült, a kömény magos, dinsztelt vörös káposzta illata. Anyám megállt. Ingerülten kihúzta magát. Ripők! Ennyit mondott csak. Ezt a szót sosem hallottam tőle, nem is illett hozzá. Még nem is ocsúthattam, hogy hol talált rá, milyen harag lökte ki belőle, már is terelgetett felfelé mind négyünket, sietett utánunk emelt fővel. Septiben vetkőztünk, már terítettek, kilestem én is, két öcsém is az ablakon. Átellenben zsiganéni lehúzott redőnyű zöldséges boltja előtt ott állt a sárga bricska, bakján a makacs hódoló, és nézett, bűvölt felfelé az ablakra, a házunkra. Egyetek! Így se támadt még ránk az anyám. És ettünk Némán, s evett ő is. Nem mertünk szólni. Éreztük egy mukkanás csak, széttörik, pozdorjává válik minden. A kacsa után gesztenyés kifli volt, ahogy illik, linzer tésztából a sütemény. Azt is hallgatagon ettük meg. Lopva figyeltem anyámat, feszes nyugalmát, s éreztem, most valami visszahozhatatlanul véget ér, kezd kopni rólunk a korom fekete gyász. Anna! kiáltott váratlan ingerültséggel az anyám. Anna! A szakácsnő Anna néni már ott is volt. Mintha várta volna a konyhában, maga sem tudta miért ezt a kiáltást és előbb ő kezdett el sírni, csak aztán az anyám. – Mi ez a szar, amit sütött? – lökte felé a gesztenyés és kiflistálat. – Ezt meri nekem feladni? – De, de nagysága, ilyet az én házamban még a disznók sem ettek. Anna néni épp úgy tudta, akár csak anyám, meg mi négyen, remek a gesztenyés és kifli, és disznó a mi házunkban csak hurka, kolbász, karaj, húsvéti sonka formájában látogatott el. Anyám egy takarékos mozdulattal a földre seperte a kifliket. Tudta ő is, a csillapíthatatlanul zokogó Anna néni is, ártatlanok azok a szőnyegen szerteszét szóródott, cukorpermetjüket vesztett kiflik. Anna néni nagyot szuszogva szedegette fel őket, aztán sírva felegyenesedett. Én a nagyságánál nem maradok tovább. Ezt el is várom. Engem nem fog szekírozni. Én büszke vagyok a konyhámra. Így nem főznek a püspöknél sem. Hát főzzön annak. Van belőlük elég. Visszamegyek pacsára a lányomhoz. Tőlem mehet, ha cseléd akar lenni. Itt mi vagyok? Itt nálam, anyám könnyei elfogytak. Anna, Anna, hogy lehet ilyen hálátlan? Anna néni belesírt a gesztenyés kiflistálba. Nekem is szabad! Én mondok fel, de mégis maradt. Maradt még vagy tizenöt évig. pünkösdi ebéd után hintón kirándultunk a normafához. Akkorra már eltűnt a sárga kétlovas bricska és aranykeretes szemüvegű, daliás, sok-sok gyűrűs kocsisa, Sneller Mátyás doktor és pékmester, anyám kitartó hódolója. Megkönnyebbülten ültünk fel, a hintó fedelét hátra lehetett hajtani, Árat ránk a korai délutáni napfény. Ahogy az utcánkból kiértünk, minden csupa pünkösdi, zsenge zöld, ragacsosan, szinte láthatóan bomlott ki a vadgesztenyék levele. A Plébánia templom előtt tolakodva, egymás ágait sárga lángra lobbantva nyílt a forzícia. Minden vidám fény, könnyelmű szín, a Dunán még vékony fátyol, egy uszáj lefelé, sodorva még talán kerekein az alpesi patakok mindjobban foszló jégtábláit. Zöldben a sváb hegy is, ennyi nyüzsgő zöld mögött eltűnőben az ódon, tornyos, faberakásos villák, itt is, ott is tavaszi szellőzésre nyitva az ablakok. Kocogtunk fölfelé, mellettünk kormot füstöt okádva a zsúfolt fogaskerekű, tele vidám, tarkabarka néppel. Útban a normafa felé sűrűsödött az erdő, ránk borult az út fölött a lelkesen újuló sok zöld fa. Lentről még az avar pókhálós illata, de a fákról, kipattant és kipattanni készülő zöldekről már a sarjadásé is. És mi öten a hintóban, abban a tusszagú feketében. Fussatok, játszatok! Vette le anyám a gyászfátlas kalapot. Nevetett. Te jó Isten, milyen penész színű a pofátok! Tessék lebarnulni! Sok napfény, vitamin! Emlékeztek, ezt mondta Lieberman doktor bácsi. Ámultam ezt a váratlan frissességet. Az sem lepett volna meg, ha azt kiáltja: Itt a fű, legeljetek! Mi négyen álltunk, tetőtől talpig feketében. Anyám szinte hirtelen ötlettel leráncigálta a legkisebbikünkről a blúzt. Így, trikóban, fiúk, vetkőzzetek! Mi engedelmeskedtünk. Kitárt karokkal rohantunk le a fűvű lejtőn, mintha repülnénk a mindenségbe vagy mesevilágba. Jakab kocsis kifogta a lovakat, hagyta, rágják telipofával a füvet. Ő maga ott maradt a bakon, orrára tolta kemény kalapját, szundított. Mi futottunk, csak futottunk lelkesen, a sok-sok kirándulót kerülgetve a puha lejtőn, alattunk a bontatlan kék ég, messze valahol a célnál az erdő. Hátra-hátra lestem, láttam az anyámat. Egy padon ült, mellette gyászfájtlas kalapja, Legyezgette magát, mert nehezen bírta a meleget, Ezt a tavaszit, keveset is. Mögötte a könnyű rács mögé zárt normafa, Üszkösre vénülve, de akkor roskatag derekán még, Korai halára ítélve, néhány bátortalan levélke. Felhevülten zuhantunk a sötét kék kocsi takaróra, Faltuk a maradék kacsa cipős katujából a csillogó permetű déli gesztenyés kiflit, mert Anna néni becukrozta újra. És ennyi diadalmas fény után lassan hullani kezdett az alkonyat. Először alig észrevehetően még, csak a hűvösödés árulta el, és hogy szedelőcködnek az emberek, összetekerték a kopott, moketterítőket, egy-egy fa alá a tojáshéjakat, zsíros papírszalvétákat, és indult már a cukrász is, aki triciklién habcukrot árult mindannyiunk ámulatára, hisz hogyan is válhat a rézüstben felhővé a kristálycukor. Jól laktak a lovak, felébredt Jakab bácsi is, indulhattunk. Fáradtan, napszíttan, a sötétülő, hűvösödő fasorban megborzongva, mint akit tavaszi lázért. Még mutatta az utat a nap, majd eltűnt, mind sűrűbb, homályosabb lett az út, besötétedett, mire a rudas fürdőhöz értünk. Túl az Erzsébet hídon anyám feltette a gyászfájtlas kalapot, s mi ismét, dideregve annyi napfény után, a fekete, budgyos sejemblúzban. Házunk előtt már az özvegy és a négy árva szállt le. – Ez mi? – kérdezte anyám. Ahogy az alkony szürke szobába bevillant a felkattintott csillár, huszonöt szál aszparágusz tűlbe bújt vörös rózsa vázában. Küldték? – mondta kisböske. – Kicsoda? – kérdezte anyám, bár jól tudta, ki küldhette. – Azt nem mondták. A rózsacsokor ezúttal egy tököli úti virágkereskedésből érkezett. Anyám letette súlyos, gyászos kalapját. – Dobd ki! – mondta. Majd szinte utána kapott az utasításnak. – Hagyd a vázában! Még pünkösd után is frissen lángoltak a rózsák. Éjszakára anyám kitette a spaletta mögé az ablakba. Holnap, mondta lefekvés előtt, felvehetitek a matróz És ünnep után így mentünk iskolába, megkönnyebbülve, magunk se tudtuk miért, matróz fekete karszalagosan. Ez a csokor rózsa volt az utolsó híradás. A jogtudor és pékmester többé nem jelentkezett. Napokig, hetekig nem érkezett, elmaradt a virág. Anyám ismertem már akkor is, persze annyira csak amennyit megengedett, zárás után elzárva a zöld kézikasszát, szétnézett, s tudtam azt keresi, jötte újabb rózsa illatú hódolat. De eltűnt a hódolat, eltűnt a hódoló. Apám halála abba a messzeségbe tűnt lassan, ahol most kipihenhette zaklatott életét. És anyám egyik vasárnapon letette a gyászt. Komoly sötétkék ruhát vett fel kis fehér gallérral. Hogy te milyen bátor vagy, katica, csodálkozott a bogár szemű nagyon kövér Müller néni a két kemencés Ferenc városi pékné. Nem félsz, hogy megszólnak? Anyám csak nevetett. Nem emlékszel, Anna, hogy én voltam a családban az első, aki rövidre vágatta a haját kár se volt érte, elég vacak a minősége. Betty néni is csodálkozott, de három hónap után ez a sötétkék, Anyám megint nevetett. Úgy éreztem magam a feketében, mintha egy egész ravatalt húztam volna magamra. Ezen már mind a hárman nevettek. Csütörtök kora este volt, ilyenkor minden csütörtökön együtt kávézott a három üzletasszony. Én ott olvastam a gyerekszobában, de figyeltem, lestem. Nem értettem én abból az olvasmányból, vagy a másnapi leckéből semmit. Váratlanul ezt hallottam. Én se bírtam sokáig a gyászt, nyúlt egy szelet kuglófért Betty néni. Épp, hogy csak a tizenkét hónap, és már hozzá is mentem a kelnerhez. Meg is bántad, mondta Müller néni te is megbánnád, Katicám, azt a doktort? Erre csend lett. Anyám hirtelen felállt, átjött hozzám, rám szólt ingerülten. Tanuljak. Aztán visszaült, kissé megkönnyebbülve. Semmiféle doktor, se jogászra, se pékre nincs szükségem. Tehát, Anna, nem is lesz mit megbánnom. Egyetlen férfit szerettem, s akármilyen volt is szegény, más nekem sosem kellett. Pedig, s nyilván tűnődött, hogyan szúrjon vissza, nekem többen udvaroltak, mint neked, Anna, de még milyen sokan ismét csönd lett. Most Betty néninek illet megszólalnia. Mégis ott akartad egyszer hagyni, Pakoltad a gyerekeidet, és egyszerre emlékezni kezdtem. Egy októberi estén, réges-rég, tíz éves, ha lehettem. anyám ránk parancsolt, öltözködjünk, kisböske csomagoljon, a hintót fogják be, elmegyünk. Aztán mégis maradtunk. Azt sem értettem, miért kellett volna elmennünk. És azt sem, miért maradtunk mégis. Anyám újra vidám lett, és mégsem hagytam ott. Vidámsága annyit jelenthetett, most már szép minden régi rossz emlék is. Eszembe jutott, mi lesz vele? Enyém a ház, a műhely, az üzlet, az ő neve csak a cégtáblán. Felmondjak neki, az uramnak, a gyerekeim apjának. Lassan véget ért a kései uzsonna. Müllernéni és Betty néni is szedelőcködtek. Az előszobában öltözködtek, én utánuk lopóztam, a félig becsukott ajtón át hallottam. És ha többé nem jelentkezik, kérdezte Müllernéni, és Betty néni kiegészítette, hiányozni fog Katicám, most is hiányzik mert azért tetszett neked a dolog. Anyám várt a válaszszal. Most hazudjak nektek? mondta nyugodtan, semmi sértődöttség a hangjában. Tetszett, de maga az ügy, és nem az az alak. Nektek nem imponálna az ilyesmi? <hállt> Na látjátok! Most végérvényesen eltűnt, és nem hiányzik. Ha nekem vörös rózsa kell, van elég budafokon. Most már lassan készülődni kellett a nyaralásra. Egy strávkocsi már előre vitte a hegybe épített, félre sikerült, salétromos falu villába a holmik egy részét. Még néhány nap az iskola, már csak félig meddig valóság a belvárosi ház, a dohogó, brummogó, dagasztógép, a kenyérhordó triciklik, csak a rossz vagy kevésbé rossz bizonyítványt kell megvárnunk, az ünnepélyes tedeumot, és már költözünk, bevesszük magunkat, gondjainktól szabadulva a falánk ampelopszisszal benőtt villába, körülöttünk a tikkat nyár. Sárga meleg sütött a Péterpál utca földszintes házaiból, a hőségben kiszáradt, csupa kőmek kavics az utcát kettészelő patak. Reggelente pára jelezte a Dunán, hogy nem jön enyhület, vadul süt majd a nap. Jártam le evezni, csavarogtam a mindig szeles, tétényi síkon, hamarosan megérkezett az unoka nővérem, mint minden nyáron, a bözsi, nagy lány volt már, húsz éves, vele eveztem, vele mászkáltam, szedtük az árvalányhajat, és összeterelve egy-két öcsémet, délben indultunk gyalog, át Budafokon, a Sanyarú Albert falván, ki a Fehérvári útra, a poros hőségben várva a hengermalmi útnál, mikor tűnik fel a bérelt autóban az anyám. Mert reggel villamoson ment az üzletbe, délben autón jött ki, és mi már messziről láttuk a piros, hatalmas kocsit. Szaladtunk elébe, megállt az autó, felcsapott a por, és mi masszatosan tolakottunk anyám mellé, csirkék a kotlóshoz. De voltak magányos csavargásaim is, délutánonként, fel a csorba lépcsős kálvárián, a kopott festékű stációk mentén, a gerendákkal megtámasztott kápolnához és a felfeszített Krisztushoz. Kopott volt ez a Krisztus is, egyik karja hiányzott, segételen is elhagyott volt a akár akárcsak akiket védett, a barlanglakók. Ezekre voltam kíváncsi. Meg szerettem volna kérdezni, miért laknak a földbe vájt odukban, előttük tenyérnyi kertecske, görcsös, meddő körtefák közé húzott, kötélen száradó, rosszholmik. Nem akartam, hogy lássanak. Magasra nőtt, bodzasövény mögül figyeltem az egykedvűn ülő, feketére soványodott férfiakat, szüntelenül teknő fölé hajló asszonyokat, a sok-sok gyereket, gírhes csirkéket, a száraz füvet rágó kecskéket, s féltem, magam sem tudom, miért rajta kapástól rettegtem, hogy rám kiáltanak, kővel dobnak meg. De nem vettek észre, és én így ismerkedtem valamivel, amiről semmit sem tudtam, s amit akkor hogyan is érthettem volna. Valahányszor elindultam kilesni őket, már a Kálvária előtt elfogott a félsz. Tétováztam, jobb lett volna, ha visszafordulok, és a szembeni dombon, sűrűn egymásra nőtt, poros ecetfák alatt az ösvényen átmegyek Péter hegyre a szerelmetes baráttal megbeszélni titkainkat. De korai szőlőt csipegetve a tőkéről, üldögélve a kút szélén, mindenről szó esett, csak a barlanglakókról semmi. Egyszer elszántam magam, és egy nagy zacskó sós kiflével másztam fel a kálvárján, és álltam meg szótlanul kínálva a gyerekek előtt. Csak körülvettek, és éreztem, nem csak én félek tőlük, ők is félnek tőlem. Nyújtottam a zacskót, felmutattam egy kiflit, de csak álltak, figyeltek, mit is akarhatok. Aztán a kecske rántotta ki kezemből, ügetett el a kiflivel. Én pedig elsírtam magam, és többé nem merészkedtem felfedező útra a nyomorúságba. Ott volt a Duna, az egyetlen felhővel sem megzavart nyár, evesztünk fölfelé az izmos bözsi, meg izmosodó kamaszkarjaimmal én. Egy másik nagy lány, a komolyka mucia kormányos. Nehéz, Lilán olajfoltos a víz a két part a szeméthegyek és a csepel között de evesztünk felfelé ár ellen már feltűnt az összekötő vasúti híd néha elzúgott rajta egy-egy szerelvény ilyenkor abba hagytuk az evezést néztük a vonatból kitekintő utasokat integettünk jó utat kívántunk ismeretlen céljukhoz a folyam pedig sodort lefelé a hőségben szürkére váltott át a délelőtti kék, derenget felettünk, mintha füst takarná az óriási korong, a nap. Fél egykor elúszott mellettünk a mohácsi hajó, felverték szorgalmas kerekei a vizet, s mi ringtunk a hullámokon, hagytuk, vigyenek, közelítsenek a napszitta csónakházhoz. Egyszer kacskaringozva a könnyű örvények fölött, előtűnve, majd alábukkanva, vízi hulla csapódott a tétlen evezőkhöz. Sötétkék nadrágos, kockás ingű, puffatag vízi hulla. Úgy nézve ránk, mintha azt lesné, mi is történik a világban, mióta ő egy másikban van már. S mi eveztünk újra, csak szabadulni, szabadulni tőle, de a tetem tovább ringott a part felé. Napokig nem mentünk le a Dunára. Éreztük, veszélyt is tartogat ez a nyár, nem csak tűző napfényt, hűvös vizet. Könnyű örömöt. Már augusztus eleje lehetett. Késő délután úgy szólalt meg anyám olyan hirtelen, mint aki elfelejtett valamit, és éppen eszébe jut. Öltözzetek fel tisztességesen, és megmosakodni nem akarok szégyenkezni miattatok. Ott ácsorogtunk játék után az udvaron, a leanderek közt, az apatvízű vörös márványkút mellett, maszatosan mind a négyen. Csak az unoka nővérem fehér-sárga vasárnapi ruhában. Miért? kérdeztem sokára. Anyám úgy felelt, ahogy sosem szokott. Csak! ingerülten csattant fel a hangja. Majd kicsit zavartan folytatta. Vendég jön! Kicsoda faggattam, magam sem tudtam, miféle gyanúval. Egy pillanatig habozott, megmondja-e. Ilyen határozatlannak nem láttam még soha. Kipirult, most fehér blúz volt rajta, frissen sütve a haja és eltűnt a fekete fülbevaló is. Majd, majd meglátjátok. Hat órakor megérkezett a vendég. A kapun behajtott a leánderek közé a sárga bricska, a bakon dr. Schneller Mátyás. Sárgás, divatos, buret ruhában volt, széles karimájú szalmakalapban, betétes cipőben leemelt egy csokor lángvörös rózsát. Előre sietett. Hosszan, beható szenvedéllyel kezet csókolt. Köszönöm, gálánsa nézett anyám szemébe, hogy végre megengedte. Anyám csak a rózsákat nézte. Ez azért túlzás, kedves doktor úr, a rózsákra értem. És idegesen, idegenül felnevetett virágra pénzt kiadni, amikor itt minden virág, és mintha egy virágkereskedés katalógusát sorolná fel. Törperózsák, nézzel köztük egy marisálnél is, fent, a kiskertben csupa rózsaszín, futórózsa, szaletlin, és dália, georgina, kapucínus. rengeteg büdöske, estike. A vendég elbűvöltem figyelte. Üres kézzel jöjjek, asszonyom. – Lássa! – és anyám, mint egy fiatal lány, ez nem is jutott az eszembe. Áltunk, Néztük figyelmesen a vendéget. Egy mozdulat kellett volna. – Jöjjön, kedves doktor úr, itt az udvaron mégsem állhatunk. De anyám épp úgy nem mozdult, akárcsak mi. Egy pillanatra, bár matrózruhában, újra a kép voltunk. Az özvegy és az árvák. Doktor Schneller Mátyás törte meg a zavart. No, lurkók, szólalt meg a bársonyos hang, szeretitek a jó fajta bombonokat? Nem feleltünk, csak néztük. Mit keres itt ez a mutatós, nabbarnította, aranykeretes szemüvegű jelenség? Dévajú szinte a zsebét mutatta. Na, lurkók, mi van a zsebembe? Te kis duci, kotorász a kis egér. Az öcsém belenyúlt a burett ruha zsebébe, előhúzott egy celofán majd egy másodikat, harmadikat, negyediket. És tartotta. Nem tudta, mit csináljon velük. Szépen megköszönni, fiúk. Ilyen idegennek sosem ismertem az anyámat, egyszerre, mintha egészen messzi látnám. Egyetlen mozdulata, hangsúlya se volt természetes. Tudja, és még mindig sután dermett a csoportkép, mindig ilyenek, ha ismeretlennel találkoznak. Hát én ismeretlen vagyok. Most láttam a mosolyán, néhány mutatós aranyfoga is van, nem csak aranygyűrűi. Hívjatok Matyi bácsinak. Miért? kérdeztem. Ha, hát nem vagyok, ti lurkók, nektek Matyi bácsi. Anya magát doktor úrnak hívja. De azért elfogadtuk a bombonos zacskókat. A csoportkép elemeire hullszét. Anyám pedig frissen fordult és kiáltott. Bözsi, hol vagy? Vendég jött. Az unoka hugom kijött a szobájából a fehér-sárga vászon ruhájában megállt mellettünk, s mintha védőn megfogta volna a vállamat. Fellestem rá. Nem volt derű az arcán. Az unokahugom minden nyáron velünk nyaral. Ha tudom, és kezet akart csókolni, hogy ilyen helyre kislány is akad a házban, unokahugom nem engedte a kézcsókot. Hit oktatónő vagyok. Ez, ez nagyszerű, a vendég kacagott. Hát ezért a pápai színek, fehér és sárga. A család újra csoportkép lett. Középütt, most már bözsivel, a pápai színekkel. Anyám hirtelen rácsapott duci kezére. Vacsora előtt megzabálnád az egész bombont, és mehettünk vacsorázni. Az ebédlő valaha a borpince előtere volt, most is a fehér üvegernyős lámpa alatt, a terített kerek asztalon hajdani borok szaga, kicsit édes, dohos, csípős. Rántott csirke volt a vacsora, majonézes krumpli salátával, rósejbnivel, céklával, hozzá édes muskotáj. Most mi is kaptunk belőle egy fél pohárral. Némán ettünk. Csak a vendég mosolygott, csevegett, mesélt azon a bársonyos, kellemes, kicsit mézes hangon, mintha ő ette volna magát tele bombonnal. Magam elé néztem, a nehezen fogyó éterre. Nem akartam látni anyámat. Akkor még nem tudtam, piruló zavarát nem akarom látni. Néha felnevetett egy-egy adomára, kalandos történetre, s a rántott csirke mögött csak annyit láttam, a vendég olykor egy-egy udvarias pillanatra csak megpaskolja a kezét. Doktor Schneller Mátyás szemmel láthatóan egyre jobban érezte magát, mint a lovas, aki kezes lovat kapott maga alá, épp hogy meglegyinteni kell az ostorral a farát, megpaskolni a nyakát, s megy ahova a lovas akarta, vagy most már jól tudom, mint aki némi viszontagság után révbe ért. Nyájasan felénk fordult. Nincs kedvetek, lurkók egy kis Monshain partira? Csodálkozva néztünk rá, ránéztem most már én is. A jó ételtől, a nehéz muskotájtól ragyogó volt az arca. Kikocsikázni, fiúk, magyarázta anyám, holt fényben. Besötétedett. A pince előtti villanykörte fényében árnyékosan remektek az ampelopsis minden fuvallatra megrebbenő levelei. Fölöttünk csillagtalan ég, csak a hatalmas hófehér hold. A vendég a hátsó ülésre tette a három öcsémet, aztán felsegítette a bakra anyámat. Mi ketten, az unoka nővérem meg én, már nem fértünk fel. Anyám, mint egy megkönnyebbülten leszólt. Ti már nem fértek fel. Nem, Katica néni. Mindjárt vissza leszünk, ugye, doktor úr? Csak fél órácska. Ö, ti addig pingpongozzatok, úgy is szerettek. Egy kis kár öröm fogott el. Anyám megérezte ellenkezésemet, azért hagyott otthon, és ezért zavart tanácstalanságában mondta, hogy pingpongozzunk. A kapui kísértük őket. Láttuk, aztán már csak hallottuk a rossz kövezeten felfelé kocogó zörgő bricskát. És én talán akkor is láttam még anyám fehér blúzát, amikor már régen eltűntek a fordulóban. Kocogásukat, zörgésüket se lehetett hallani. Te tudd. Mondtam Bözsinek. Előttem még ott a gazdag vacsora. Ilyen septiben nálunk se vacsorát, se ebédet nem csaptak össze. A mi spájzunkban annyi volt csak mindig, ami egy-két napra kellett. Erre a váratlan vendégre készültek. Tudtam, ezért öltöztem át. És mit mondtál anyának? Bözsi kicsit hallgatott. Nem vetted észre, mondta aztán megkönnyebbülve, mint aki nehezen tűrt titoktól szabadul, hogy egy hete egy szót sem szól hozzám? Mégis sürgettem. Mit mondtál? Ehhez még gyerek vagy. Most egyszerre. Bezzeg a csónakot felhúzhatom a vasúti hídig. Attól kezdve dr. Schneller Mátyás másnaponta naponta kibricskázott Budafokra. Mindig hozott magával savanyú cukrot, anyámnak díszes dobozban zserbót, és egy alkalommal az unokanővéremnek, nyilván bocsánat kérő célzásként, arany papírcsipke szegélyű, színes szentképet, hátán gótbetűs német versikével. Nyájas volt, rendíthetetlenül nyájas, pedig érezhette talán, hogy csak elfogadjuk az édességeket, gyorsan meg is esszük, én is, valamennyien. Pimpong csatákat is vívunk vele, s tudjuk, engedi, hogy sorra legyőzzük. Egyszer rádiót hozott. Ingújra vetkőzött, úgy szerelte, kicsit szuszogva, a futórózsával benőtt két oszlop közé az antennát, s mi hallgattuk a papír hangszóróból a szörcsögő hangokat, homályosan karatyoló zenét. Anyám a csíkos nyugágyban kézi munkázott. Néha-néha ránk lesett, olykor a vendég lovagló ülésben melléje telepedett, és udvarolt, semmiségeket mondott, élceket, s mi a langyos nyárvégi alkonyatokon, míg hallgattuk a hangszóróból a messzi hangokat, egy új világot, éreztük, új világ készülődik nálunk is. Soha erről nem beszéltünk, mi négyen. Soha egymásnak semmit el nem mondtunk. Négyen voltunk, külön-külön mindegyikünk. Dr. Schneller Mátyás egyszer csak valami olcsó savanyú cukrot hozott négyünknek egy staniclit. Az egyik öcsém megkóstolta. Fúj, mondta, a pótpapa egyre mucigabb. Innen tudtam meg, ő is valamennyien arra gondolnak, attól félnek, amire én gondolok, amitől én félek. Tudtuk anyám és a mind sűrűbb vendég soha kettesben nem találkoztak. Mindig ott lebzseltünk kettesük körül. Ehhez elsősorban Matyi bácsi ragaszkodott. Kénytelen kelletlen, ha muszáj volt szólnunk hozzá, így neveztük. Arra törekedett, aféle meghitt családi idillé alakítsa át együttlétünket, olyan meghitté, családiassá, ahogy a mi életünk apámmal sosem volt. De hiába próbálkozott. Mi négyen sehogy se illettünk a képbe. Ott voltunk rajta ugyan, de mintha fényt kapott volna a családi fotó, mi csak sejlettünk rajta. Jó lett volna azt mondani, anya, küldje el ezt az embert, a dús, dióbarna hajával, gyűrűivel, aranyfogaival, bunzlaúj ifjúsága és világháborús katonakora emlékeivel. De hallgattam, hallgattunk mind. Amikor visszatértünk a belvárosba, Matyi bácsi másnaponta nálunk vacsorázott, aztán apám hajdani dolgozó szobájában amit úri szobának illet nevezni, cigarettázott, feketézett a mély barna bőrkaros székben, és mesélt tapadó tekintetét anyámra vetve, és nekünk hallgatnunk kellett. Szemben velem apám hatalmas barna íróasztala, csillogva, rajta szürke márvány tintatartó, azon vicsorgó bronztigris. Ritkán láttam apámat íróasztalnál, de most, mintha láttam volna, mintha én engedtem volna helyet a láthatatlannak, hát ha így nem veszel engem anyámtól senki. Egy kora őszi vasárnap délután Matyi bácsi azt javasolta, menjünk ki a népligetbe. Most zár a vurstli, ilyenkor legszebb, hatalmasan összeboruló, rozsduló, ritkuló fáival a népliget. Még forog a ringlispil, leng a hajóhinta, működik a tükörterem, és láthatunk bábszínházat, láthatunk emberi csodaszörnyeket. Matyi bácsi előre sietett, valami csípcsup ügye van még otthon. Mi a hintón megyünk, majd a nagy kerek grupnál találkozunk. Mire kiértünk, Matyi bácsi már várt. Egy platán derekához kötötte lovait, és csillámló mosolyjal, szemüveggel sietett felénk az éget szírmú szalveás gruphoz. Egy hosszantartó vallomásos késcsók után anyámba karolt. Nos, előre a mesevilágba! Elindultak. Mi négyen messze tőlük poroszkáltunk, kiki -ki a maga egyedüllétében. Közeledtek a mutatványos bódék villanykörtéinek, tengerkék, tulipiros, fűzölt fényei, recseget felénk a verkli. Hirtelen, magam sem tudtam miért, összetereltem a kicsiket, kézen fogtam őket, ők is egymás kezét, és láncban futottunk anyám és Matyi bácsi után. Én értem oda elsőnek, megfogtam anyám retikült tartó kezét. Megrezzent erre a tenyér melegre, kikarolt Matyi bácsiból. Itt vagytok? kérdezte, és szinte szomorúan. Mind a négyen? Matyi bácsi apásan elmosolyodott. Ne féljen, katicám! – Ennyi rossz pénz nem vészel? – Kedves Mátyás – állt meg egy pillanatra anyám – én a fiaimat nem rossz pénznek neveltem. – Tudom, tudom – ez a gáláns válasz – csak amolyan szólásmondás, drága Katica asszony. – Lehet, de nálunk a szólásmondás nem szokás. Még az se, nicht fordém kinde felfigyeltem. Először arra, hogy a jogtudor és pékmester Katicának, drága Katica asszonynak nevezi anyámat, ő pedig kedves Mátyásnak. Aztán arra, hogy anyám szorosabban fogja a kezemet. Én az egyik öcsém kezét markolom, és most szorosan egybekapcsolt láncszemek voltunk megint. Matyi bácsi elkedvetlenedve, zsebre dugott kézzel ballagott mellettünk. És jöttek a csodák, a nyekegő, tarka villanykörtékkel körülvirágozott ringlispél, hintázó, kopott fehér és fekete paripák, aranyos cifra mesebeli hintók, szólt a verkli, egy ütemesen bólogató, turbános néger állt a tetején, automata karjával cincogtatta a cintányért, és cselédszoknyák röpültek a hajóhintán, öblös vázákban titokzatos mosolyjal csábítottak az altes nélküli nők, Estella, Rosalind és Flerimonda, akiknek vázákba rejtett titkaikról később annyit álmodtam, és magyar zászlót lobogtattak huszármentében, pruszlikos viganóban csárdásoztak a fonnyat baba arcú liliputiak ránk merett a madárfejű lajcsi, skárogva, szomorú, csupasztott varjú, hivogatott a sziszegő karbidlángal sejtelmesen megvilágított bódéba, ahol tarka gőzökben Fatime jósolt egy varázsgömb fölött révedezve. A tükörszoba kicsi volt, de csupa tükör, szétlapítva minket, égig nyúrgítva, törpére nyomva, majd ezer darabra szabdalva. Anyám nevetett, írget, forgott, s vele mi négyen is lepényé változtunk, égi meszelővé gombává. Matyi bácsi jóságos mosolyjal egy sarokban állt, nem lépett a varázs tükör elé. Jó estét, doktor úr! Egy kurtára összenyomott nő elmozdult, valóságos lett, és ott állt a közelünkben. Matyi bácsi a hang felé fordult. Tarka ruhás, nagyon kifestett, mint egy roncsolt arcú nőköszönt, rikító jelenség, akár valamelyik mutatványos bódéból is kiléphetett volna. Most már anyám is megfordult. A tükör jelenségből valóságos személyé változott nőre nézett ő is. Matyi bácsi farkas szemet nézett az inkább borús, mint kihívó arccal, és sokára köszönt vissza. Jó estét! Anyám már a három altest nélküli nő, Estella, Rosalind és Flerimonda előtt kérdezte. Az ki volt? Egy kuncsaft. Anyám rosszmájúan nevetett. Szép kis kuncsafjai lehetnek azon a körvasút soron. Ilyen az egész választék? Küldt ki iparos vagyok, katicám. És most sem maradt el egy somolygós, gálánskés csók. Halottak napjára besötétedett körülöttünk a világ, fagyott, ritkás hódara lepte el a temetőt. Anyám ismét felvette a fekete fájtlas kalapot, de arcát már nem rejtette el, és ismét feketében voltunk mi is. Sok-sok tejfehér üvegbúrában égtek a mécsesek, libegett fényben, havazásban a temető, didergett a sok-sok régi, elhagyott Krisztus, röptében megdermet angyal. Áltunk apám fehér krizantémmal sűrűn beültetett sírjánál. Áltunk, vártunk, fagyoskodtunk, mert akkoriban az volt a szokás, az első halottak napján a rokonok, ismerősök felkeresik a nemrég elhunytat, áldoznak a halottnak, aki vajon mivé is lehetett a súlyos diófa koporsóban, zsakettjében, a hódarás, mécses fényű krizantémos hant alatt. Jöttek nagyanyámék, a rokonok, üzletfelek, megjelent Násic úr is, csokrot hozott, és ismét teljesen fölöslegesen, annyi hónap után, mély részvétét nyilvánította valamennyiünknek. Gondos szakálláról nem hessegette el a húszemcséket, állt, mintha családtag lenne ő is. És ahogy néztem, eszembe jutott, ősz óta újra ő jár megrendelést felvenni, inkasszálni, fizetési halasztást engedélyezni. És ilyenkor, menj fel, fiam, nem leszel meg a leckével, a lakásba küldött anyám. Hullongott a hó, olvadt az arcunkon, anyám arcán is, és talán könnyek is voltak az olvat pejhek között. Egyre sötétebb lett, mind magasabb a krizantémokon a hó, már csak a keresztény szocialista sütőmunkások kórusára kellett várni, arra, hogy hat komor férfi rázendítsen. Miért oly borús? Mindenki felsírt, mi is, anyám is, és nyughelye fölött Mintha egyszerre megjelent volna apám. Úgy, ahogy a viharos március 15-e után megjelent. Szomorúan, halkan átment a hálószobába, mintha csak aludni menne annyi ital után, pedig csak meghalni ment. Erősödött a szél, elvitte az árnyalakot, a síratót. Mehettünk haza. Anyám letette a gyászfájtlas kalapot. Ismét feketében volt a fekete bros, fekete gyöngysor, fülbevaló. Nevetkőzzetek le, maradjatok így. Miért? kérdeztem, csupa nedvesség a lábam. Ültünk nyugodtan várakozva a barna bőrdíványon. Csöngettek. Tudtuk, ki érkezhet hónapok óta ilyenkor érkezett minden más nap késő délután. És anyám sietett ajtót nyitni. De most ülve maradt a bőrfotelben. Megvárta, amíg ajtót nyitnak. Egyetlen katicám, drága kisfiaim! Ezzel lépett be Matyi bácsi. Ezúttal sötétben volt ékék öltöny, magasra volt mellény, fehér ingén, kétfülű kaucsuggallér, abban nagybogú ezüstös nyakkendő. Anyám nem állt fel, csak fogadta a hódoló készcsókot. Foglaljon helyet! és azt sem mondta kedves Mátyás, sem azt doktor úr. Köszönöm! Matyi bácsi bársonyosan tekintett körül, szinte tapadó jósággal vett szemügyre mind a négyünket, mintha sosem látott volna. Mint jeleztem, mondta ünnepélyesen, csak némi az alkalomhoz illő feszéllyel. Elérkezettnek látom az időt, hogy a mi ügyünket sinre tegyük. Igaza van. Anyám arca mozdulatlan, szeme figyelmesen a kérőn. Engedje meg, hogy e bájos kis családnak, e négy mi haszna lurkónak szerető, gondoskodó édesapja lehessek ezt kívánja? És ami ezzel együtt jár, hangja vallomásosan átforrósodott, a maga drága kis kezecskéit. Mindezt pedig halottak napján. A gyász nem tarthat örökké. Mindeddig azt éreztem, kegyeletsértés lenne az én drága karcsi barátom emlékének megsértése, ha egy futó mosoly anyám mosolya. Kegyed, szólalt meg nyugodtan, egyszerűen, mintha zsömléket számolna a kosárba, kegyed sosem ismerte az uramat. Matyi bácsi mozdult, kezében rózsacsokor, de anyám nem engedte megszólalni. Kegyeddel, egy külvárosi, egy kemencés pékkel az én uram szóba se állt volna. Legfeljebb hivatalosan, mint az ipartestület alelnöke. De kegyed akkoriban még Bunzlauban volt, hogy megszerezze a mesterlevelét. Matyi bácsi mégis előbbre rukkolt a széken. Az emlékezet nem, de tudom. Különben két dolgot nem szerzett meg soha. Az egyik a mesterlevél. De, de, amikor az ipartestületnél, nem, de ott, ott. Anyám kedvesen, oldottan bólintott. Lelevelezték Bunzlauval, helyesebben Mláda Boleszlával. Ismerik-e Kegyedet? A nevét sem hallották. Tehát a mesterlevél hamisítvány. Különben az elnökünk, a kedves Ruzicska gratulál magának hozzá. Nagyon ügyes de hamisítvány. Ismét Matyi bácsi egy gesztusa, már sértődött mosolya is. Múltkoriban kint jártak kegyednél a szokásos ellenőrzésen, ahogy szokás, egy mester és a szakszervezet. Kegyed ő szerintük, s mintha szabadkozna, hogy idézi a kiküldötteket, a pacsnit nem tudja megkülönböztetni a brióstól. Hát még a lisztet a lisztől. Ha, ha megmagyarázhatnám esetleg. Ha befejeztem. Anyám most már mereven ült akár egy ügyész. Jogot sem végzett, sohasem. Tehát nem doktor. Az ügyvédem, doktor Hegyi lenyomozta a magyar egyetemeken a külföldieken is. Elég sokba került, mondhatom de az oklevél megvan. Na, <laughs> na látja, katicám, egy kis odaadó fölény. Csak éppen az oklevélen annak a bizonyos doktor Schneller Mátyásnak, ugye Bécsben szerezte a diplomáját, ott, s már megkönnyebbült, onnan a víni bécsi, vagy ahogy mondja, víni diploma Schnellernek a születési éve 1836 a sajátját bizonyára tudja. Matyi bácsi felugrott. Kezében remegett a csokor. Szemen szedett rágalmak. Bizonyítok, bizonyítok. Várjon. Van még tovább is. U ugyan. És a csokrot levágta az asztalra. Ismeri ezt a nevet? Bonthauser Róza? Hallgasson. Ismeri hogy ne ismerné. Tíz éve él vele együtt. Ő az állítólagos nővére. Az ő pénzén vette azt a kócerájt. A szegény, nem elég, hogy olyan csúf, még a pénzét is elszedte neki. Egy fölényes mozdulat csak. Kérem, most én beszélek, nem kegyed. Násic találkozott, persze a kérésemre, ezzel a rózával ő köszönt kegyedre a tükörszobában. Velem akart beszélni, aztán nem mert. Átnyújtott, keze meg se remegett, egy levelet. Ezt olvassa el. Ha nem tudja, elmondom a tartalmát. Herman Józsefné, özvegy pékmesterné, jó akaratúan figyelmeztet, óvakodja kegyettől. Őt ugyanerre Schumacher Vilmosné szintén pékmester özvegye figyelmeztette. Felnevetett. Mint a Szent Antall levelek, ad tovább, írd le tízszer. Kegyed először tehát egy kis péknénél kezdte, egy közepesnél folytatta, és nálam kívánta befejezni. Kegyed kinézi magának a halálozások rovatból, melyik pékmester halt meg éppen, és küld az özvegynek 25 szál vörös rózsát. Násítsz már előre nevet, ki lesz a legújabb özvegy, mert halnak a pékek, nagy a dekonjunktúra, nem mindegyiknek a szíve viseli el. Matyi bácsi kis hallgatás után csak azt tudta válaszolni reketten, összegyűrődött az a bársony hangja. A vén zsidó rágalmaz, mert nem tőle vásárolok. Ennek őszintén örül, mert kegyed három havi liszttel tartozik annak az ócska malomnak. Egy deka lisztet sem kap. Abban a kócerájban csak svábbogarak, rusznik vannak. Ott hideg a kemence. Erre Matyi bácsi újra felállt már nem tudott szólni. Ez volt a pillanat, amikor megszégyenített vereségében minden mozdulatra képtelen valaki. Én, 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 és hörögve támadott. Tudja meg, lelkem, rólam a rágalmak leperegnek. Anyám felnevetett, s vele nevettünk mi is, kiki ki annyit értve, amennyit megérthetett. Hová peregnek, doktor úr? ilyen inzultus. Kardom elé hívom a násicot. Nem teheti, kedves neller, mert elfelejtettem közölni, hogy érettségie sincs, csak négy polgária, tehát nem párbaj képes. S most hirtelen csupa kedvesség, szinte gyöngétség újra. Vigye a rózsáit, igaz ezúttal fehérek, de holnapig még frissek, mehet kondoleálni Hartmannéhoz, két hete halt meg az ura. Bögyös, csöcsös kis teremtés, fiatalka még, gondolom a zsánere. Nyugodjon meg, én nem írok neki levelet. Okos és ügyes az, hamarabb rájön kicsoda is maga. Nem kell hozzá, mint nekem, bolondnak egész detektív apparátus. Csak egyre figyelmeztetem. Előbb jól nézzen szét a kis katóházatáján. Igaz, Katalin ő is, egy ideig nem kell új keresztnevet tanulnia. Tegye meg azt, amit nálam elfelejtett. Mert az ő jó módja is, épp úgy homlokzat, mint az enyém. Homlokzat nagyon csínos, sokat mondó, de mögötte semmi, de semmi. Adóságok vannak. Banknál, malmoknál, hatóságoknál, és a katasztrofális gazdasági válság. Jusson tehát eszébe a homlokzat, kell bizonyíték? Hajtsa csak fel azt a nagy perzsát! Matyi bácsi kábultan engedelmeskedett. Látja ott a plombát? Lefoglalták adótartozás fejében. És nézze a kis imaszőnyeget, hajtsa fel, azon is plomba, a Wertheim kassa, ha akarja, kinyitom, csupa adóslevél, ahogy valaha mondták. Matyi bácsi szerencsétlenül gugolt a kis imaszőnyeg mellett, fejébe tolult a vér. Úgy nézte az ólom darabocskát, mint aki olyat sosem látott még. Majd kiegyenesedett lángolt az arca, lángolt egész mutatós alakja. Távozok, mondta. Én erre nem akartam kérni. Rögtön kész a vacsora. Ilyen atrocitás után. Mereven, szinte eszméletlenül hajolt meg. Tett néhány tétova már-már ittas lépést az ajtó felé. Majd meggondolta magát, most már ocsúdva visszajött, felragadta a fehér rózsacsokrot, és kisietett. Anya! Vágtattunk rá mind a négyen boldogan. Anya! Egy kurta mozdulattal gyengéden lesepert. Most hagyjatok! Sokáig nem beszéltünk a jogtudorról és pékmesterről, Doktor Schneller Mátyásról, Matyi bácsiról, a pótpapáról. Helyre rázódott a rend, együtt voltunk újra, anyám és mi négyen. Jöttek a nyarak, tavaszok, és a sok-sok ősz, tél. Anyám nagyon öreg volt már, de friss, élénk még mindig amikor megkérdeztem. Mondja anya, maga komolyan vette a pót papát? Persze, bólintott. Beleszeretett? Ezt szorongva kérdeztem. Melyik asszonynak? Tért ki ugyan a válasz elől, de ugyanakkor válaszolt is a kérdésre. Nem tetszik az ilyesmi. De maga Anya, maga, mert az anyátok vagyok, miért legyek más, mint a többi asszony? Egy pillanatig azt éreztem apátok halála után, hogy nem bírom egyedül, hogy egyedül maradtam. És ilyenkor az ember. Na, gondolkodj egy kicsit. Hallgattunk csak annyit mondtam és egyedül maradt anya Härnöt Budafoki nyaralást lassan kinőttük. Gyerekkorunkra volt a szabva, rövid nadrágra, és hosszú nadrágot viseltünk már mind a négyen. Tizenöt nyár bőségesen elég volt, tizenöt nyáron nem szabadulhattunk. Meguntuk Budafokot, nagyon is megismertük, tudtuk, honnan közeledik eső, s milyen sűrű a kora reggeli pára a Duna fölött, mely forróságot ígér nappalra, s alig hűs enyhülést estére. Elegünk volt a villa ampelopszisszal benőtt, mindig nedves, alétromos falaiból, a mélybe vesző boros pincéből, ahová nem szüreteltünk, csak vettük nyárára kis hordókban a bort. Tenyérnyi kertecske, pattogó festékű filagória a terasz fölött, a lépcsők futó rózsával, a repedező medence mindig nyálkás zöld vizével, fürgén cikázó csík bogaraival. Felnőttünk, már el sem fértünk, ha játszani akartunk volna, de hát ki akart már játszani a kert vadul, gondozatlanul burjánzó dáliái kardvirágai között. S egy tempó csak, talán annyi sem, és már át is úztuk a medencét. Felnőttünk. Másút volna dolga mind négyünknek. A nyaralás, a szabadság nyűg lett. Már nem jártunk le a Dunára sem. A kutyavilla melletti evezős egyletbe. Felnőttek a játszótársak is, férjhez mentek a lányok. A Dunának sem volt értelme. Sosem szóltunk anyánknak, s ő, mintha észre sem venné, hogy kinőttük a házat, Budafokot. Egy augusztusi napon aztán közölte, eladtam a villát. Egy kis megkönnyebbülés, de ugyanakkor egy kis fájdalom is. Így, ilyen tárgyilagosan, túl gyorsan és váratlanul említette ezt anyánk vacsoránál. De miért, anya? kérdeztem. Miért? És épp oly tárgyilagosan, mint az előbb, mert alig vártátok, hogy megszabaduljatok tőle. És én is. Anya is. Csodálkoztunk. Ti kinőttétek, én meg kiöregettem belőle. A szeptember, akkor költözött be az új tulajdonos, nehezen jött el. Éltünk, búcsúztunk egy kis szorongással, előlegezett nosztalgiával azért. Sosem beszéltünk arról, hogy voltakép már vendégek vagyunk saját magunknál. Anyánk, ha délután hazajött az üzletből Budafokra, pihent egy kicsit, majd locsolta a petúniákat, dáliákat, Korán esteledett, a repedezett betonú terasz fölött a sűrű csillagú nyárvégi ég. A locsolásra felcsapott a virágok, a fű illata, kinyitották tarkaszírmaikat az estikék. Mi persze egyedül hagytuk anyánkat. Én, mintha menekültem volna, attól talán, hogy egyszer még visszakívánom a nyarakat Budafokon csavarogtam. A Péter Pál utca völgykatlan volt. Mögöttünk gyümölcsösökkel benőtt dombocska, szemben velünk is, aztán már a tétényi köves Ott álltam, néztem a mélyben az esti borúba tűnő Dunát, a füstölgő gyárkéményeket csepelen, szemben velünk, azt hittem, látom a halászokat a parton. Stalán talán elsiklott egy-egy kései evezős. Anyánk nyugodtan várt esténként a vacsorával. De türelmetlen vagy, te is, a többiek is. Csavarogtok. Ezt a rövid időt se bírjátok ki már itten? Lesz idő, amikor visszajönnétek. Az ember visszamegy oda, ahol boldog volt. Meg kellett kérdeznem, akkor kettesben ültünk csak a zöld sejemernyős lámpa alatt. Anya boldog volt. Rám nézett. Nekem annak kellett lennem. Apám egyre másra vette, javítatta, eladta a házakat, villákat. és minden új szerzeménnyel csak az adósság nőtt. Ezt itt Budafokon már nem tudta elcserélni másra. Tíz éves múlhattam, amikor az első apátlan nyárra már beköltöztünk, s én voltam négyünk közt a legidősebb. Mennyi idő múlt el azóta? mennyi mindent hagyunk itt, amire most még nem jó emlékezni. A gyerekkor sebeit, a kamaszkor lázongásait. Tele voltak emlékeink sebekkel, hegekkel, mint a régi nyarakon kurtanadrágos térdünk horzsolásokkal. Vártuk, hadd most az idő, eljön a hurcolkodás, a búcsúzás is. Figyeltem anyámat. Mi lehet most benne? Hisz búcsúzik ő is, talán többet hagy itt, mint mi négyen. De olyan volt, mint máskor, úgy locsolta a virágokat, mint amikor övé volt itt még minden. Vasárnaponta beült a filagóriába, nyár vége volt, a vadszőlőben már nem dongtak a darazsak horgolt, passziánszozott, s aztán csak pihent szeme az üzleti könyvek számlák szürkéje után ezen a még friss, lassan barnuló zöldön. Egyszer rajta kaptam. Az asztalon a horgolás, zavaros kupacba összekapva a kártyák. Nézett ki a kertecskébe, mosolygott. Anya, kérdeztem, Mit csinál itt? Most már nevetett. <laughs> Ma fláskodom. Volt a filagória mellett egy vedlet, apró, fonnyat barackokat termőfa. Arra mutatott, egy halott ágra. Nézd azt a madarat, látod? Ez minden este idejön. Vasárnap pedig, mintha tudná, ünnep az, vasárnap délután is egy cinke. Lehet, de lehet veréb is. Nem ismerem a madarakat. Honnan ismerte volna? Hallgattunk, és csak sejthettem, arra gondol, apánk ültette még ezt a kertet, rakatta ezt a csak vadszőlő tartotta filagóriát, amikor kicsik voltunk mi még négyen. És csak ők ketten tudták, kinek építenek, kinek ültetnek. Szeptember első hétfőjére beszéltük meg a várva várt költözködést. De anyám nem sietett rámolni, mintha megfeledkezett volna róla. Ha az elmúlt években télire visszaköltöztünk a belvárosba, már korán csomagolt, apránként vitt haza mindent, és a strávkocsi nyár végén már csak az ágyneműt, ruhás kosarakat vitte magával. Most pedig még minden a helyén, érintetlenül. Úgy, ahogy a salétromos falak közt tizenöt nyáron át éltünk, növekedtünk, felnőttünk. Mi négyen a boldog hírre, itt hagyjuk végképp budafokot, összecsomagoltuk már a holminkat, ott álltak a pakkok, rozzant kofferek a pinceajtóban, hadd legyenek elsők a kocsin. A kocs is felment a kertecskébe. Itt vagyunk, nagysága! Anya kényelmesen tűrte egy párna hába a függönyorgolást. Na, itt van! De nagyon sietett. És már vitték, horták a bútorokat, kosarakat, ládákat. Anyám valósággal vezényelt, határozott volt. Semmi meghatottság. Kilátta volna rajta, hogy most életének egy részét, a javát talán és talán a legszebbet rámolják a strávkocsira. Nézte és irányította, hogyan hordják szét alkalmi nyári birodalmát, és vele mindazt, amiről akkor sem tudtam, később sem tudtam meg, valójában mit is jelenthetett neki. Aztán inogva indult lefelé a lejtős, zögykölő utcán, az akácok között a stráfkocsi. Mi négyen utána néztünk. Anya is ott állt, figyelte, nem hullajta el majd valamit a kocsi. Megfordult, ment vissza a házba. Megnézem, nem maradt te itt valami. Talán vele kellett volna mennem. Nekem vagy valamelyikünknek. De éreztük, most egyedül akar maradni. Üresek voltak már a szobák, mesztelenül, sárga salétronfoltokkal, a hegynek épített falak. A nagyított családi képek helyén világos, vakablakfoltok, halványabb volt a szekrények mögött is a fal. A nyitott ablakot beárnyékolta a lassan borvörösre váltó ampelopszis. Nem mentünk anyával, de tudtam jól, most emlékeznie kell. Egyedül kell hagynunk. Emlékezett a napokra, évekre, apám pusztulásban rohanó utolsó nyarára, s a fecskékre a pince előtti ebédlőben. A fecskék elmentek már, fészküket ott hagyták, hogy majd visszajöhessenek. Ő is itt hagyja üresen a fészkét, hogy soha többé vissza ne jöjjön. Aztán visszajött, nyitva hagyta maga mögött az ajtót, minek is csukja be, kezében egy újság. Nézzétek, a fásládában találtam, <laughs> Hogyan maradt ez ott? 1925. június 29. Péter Pál. Akkor jöttünk ki először nyaralni, mintha tegnap lett volna. Tudtam, nagyon messzi süllyedt benne az a nap. Igen, anya, hazudtam, mintha tegnap lett volna. Nekem. És megismételte szárazon. Érted? Nekem. Mert egyikünk sem emlékezett már a távoli napra. Hallgattunk. Vártuk az autót, hogy értünk jöjjön, visszamenjünk. Aztán ott volt az autó, belefértünk mind az öten. A fiatal úr vezet kérdezte Jánosik bácsi a sofőr. Az öcsém tétovázott, anyára pillantott. Anya ezzel szállt be az autóba, kicsit ingerültem felcsattamba. Vezes te! És már kipöfögtünk. Füstel szórva be a fákat, a magba ment oroszlán szájakat, a rozsduló dáliákat, georginákat, azt a néhány töppet barackot. autó mentünk végképp haza, de szorongva a kocsiban. A régi hintóra gondoltunk, ott egyikünk anya, másikunk apa térdén is elfért, és a piros kis izgalomra gondoltunk, a házra, a várakozó nyárra, a Dunára. Anya az autóban nem szólt semmit. Figyeltem, semmi változás az arcán nézegette a lejtős utcát, mintha sosem látta volna. Az akácokat, a borpincéket, házakat, a néhány csorba lépcsőcske tetején áldogáló kápolnát, Belló úr rövidárú boltját, egy forduló után a törlei síremléket. Az öcsém zsebében a friss igazolvány óvatosan vezetett, így vezet most öregedve is. Egyszerre anyám felcsattant. Nevezes ilyen vadul! Csodálkoztunk, hisz lépésben mentünk. Lassan jött szembe velünk a korai este. Egyre mélyebbre hatoltunk a sötétségbe. Már égtek a reflektorok, fényük kikiszakított egy falatot, emléket budafokból. Gyerek majd kamasz lábunk nyomát, mindazt, amit láttunk, amit éreztünk. Ott szaladtunk, szinte láttuk magunkat. Én legalábbis láttam magamat, de azt is elnyelte a sötét. A reflektor már a sorompót világította meg. A sorompó előtt ott várt a strávkocsi. Csak jönne már a Balatoni vonat. Fénylő csíkot húzva elrobogón, az estébe, hogy nyíljék a sorompó, végleg és visszavonhatatlanul befogadjon a város. A kocs is leszólt a bakról. Ne tessék félni, nagysága, megvan minden. Mit mond? Anya letekerte az ablakot. Megvan minden. Minden? És csak egyetlen szóban, ebben az egyben rejtette el, hogy semmi sincs meg. Minden elveszett elzúgott a balatoni gyors. Fénysávja végig söpört rajtunk. Megvillant egy pillanatra anya arca. Gyorsan elkaptam róla a szememet. A sorompó felemelkedett. Szabad volt az út a férfi korba. Budafok eltűnt, s csak később Sokkal, sokkal később tudtam, viszem magammal örökké, mint csiga a házát, ember az ifjúságát. Ki volt a Maris? ismertem én kiskoromban is majd mindenkit a környéken. Persze elsősorban, akik nálunk vettek kenyeret, péksüteményt. Mert iskola előtt beszaladtam a boltba a tíz órai zsömléért, délben meg anyámért a bolt és a műhely közti irodába, hogy itthon vagyunk már mind a négyen, gyerekek, ebédelhetünk. Rózsika a bolti lány természetesen még többet ismert, mint én, nem csak arcokat, neveket is. Én azonban honnan tudhattam volna, ki is volt az a kis lány, akit Marisnak nevezett a gazdája, s akit már holtan hoztak egy rész sodronyon a légoltalmi segélyhelyre. Amikor végképp eltűnt a Maris, megkérdeztem Rózsikát, milyen Maris is lehetett, hol szolgált, kinél, mert csak annyit írtunk a hulla cédulára. Maris ismeretlen. Akkor már véget ért az ostrom, Buda felül még ágyuk döngtek de a bolt kinyitott, Rózsika szelte a ragacsos kenyereket, Számlálta, hogy soknak jusson, A csámpásra sikerült zsömléket. Maris, tűnődött Rózsika, Amikor elfogyott a kenyér is, zsömle is. Annyi maris volt, mégis milyen? Szőke, copfos, valószínűleg kék a szeme. Miért csak valószínűleg? mert amikor megismertem, nem nyithatta ki többé. Copfos? Azt mondta a gazdája, sürgettem. Mindig kedvű volt, dalolt, és télen, nyáron, fapapucsban szaladt a boltokba. Nyilván a miénkbe is. Papucsban? Ha, abban sokan jöttek. Nem a zsigrai méltósága mindenese volt? Az járt szegedi papucsban. Fapapucsban, papucsban Rózsika. Zsigraiék szemben laknak velünk. Marisék a Molnár utcában lakhattak. Vagy a rakparton. Gondolkodj, melyik Maris lehetett? Kinek a Marisa? Rózsika leült a pult mögé, gyanakodva nézett rám. – Minek ez neked? – igaza volt, minek az nekem. De nem csak az ostrom után faggattam rózsikát, később is, tíz év múlva is. Csökönyösen, kilátástalanul persze, de mégis, hát ha eszi bejut egyszer. Akkoriban már nem volt miénk a műhely, a bolt. A hely szellemét csak rózsika képviselte, közel hetven évesen, de rózsaszín szőkére festve, hosszú, csilingelő fülbevalókkal. Neki mindent kellett tudnia. Közel fél százada állt a pult mögött. Még a nagyanyámnál kezdte, nálunk folytatta, és az állami péküzletben fejezte be. Közel fél századig élt a nyilvánosság körében, s ahogy egy szorgalmas, nagyszájú, kíváncsi bolti lányhoz azokban az időkben illett, beavatott volt a vevők életébe, sorsába, titkaiba. Ő még a főméltóságú úrról is tudott bizalmas dolgokat, hisz tőle vitték reggelente a sós kifliket a főméltóságú úr asztalára. Hosszan csevegett múltról, jelenről a hajdani primadonnával, pálmai ilkával, aki bebetipeget hozzá, roskatag öregen, a vékonyka lábain, leült egy székre, és élvezte azt a maradék életet, melyből fénykorában oly bőségesen és telhetetlenül merített. Rózsika ismerte Móricz Zsikmondot és a feleségét, Maját is. Majától még színházjegyet is kapott, és ismerte a rengeteg Móricz lányt. Volt, akinek tudta a nevét, volt, akit, ha tudta is kicsoda, ő nevezett el családi használatra. Például az egy-két vajas kiflit zsebébe csenő adótisztviselőt, ezt az éhenkórász világfit, báró, hakapeszik aladárnak. És ismerte a nagyságákat, szakácsnőket, mindeneseket. És őt is ismerte mindenki. Maris, tűnődött később, Évek múlva is. Nyilván nagyon-nagyon messzire kutatva a múltban, életének sok-sok marisa között. És most is megkérdezte, mint az ostrom után, minek az neked? Rúzsikának most is igaza volt. Minek az nekem? Hogyan magyarázzam el neki, s hogyan érthetné meg, hogyha elmegyek a közeli, hatalmas, vörös iskola épület mellett, ahol annak idején az alaksorban a légoltalmi segélyhely, kórház volt, s ahol bot csinált a kórház főnökként vészeltem és dolgoztam át az ostromot, sosem a hajdani iskola padok jutnak eszembe, némelyiken talán még most is a bekarcolt nevem, és nem a torna a sivár, salakos udvaron, hanem az a maris. Megállok, ha arra járok, és sokszor járok arra. Szenet cipelnek, rakodnak, beláthatok a nyitott kapun át az udvarra. Ott te még harminc év után a Maris sírja, tűnődöm, meg azon is, eltemettük-e egyáltalán. Már végéhez közeledett az ostrom. Rengett, lengett a körkörös égi tűzben az iskola. Egy akna beverte az alaksor téglával védett, sötétített ablakát, becsapta kintről a sebesültek ágyaira vakító havas nappalt. Csattogott az egünk, horta ágyú dörgés, havas szél az omló házak porát, vakolatát, kődarabjait, Horta szét a várost, de még működött a telefon. Ja Istenem! Női hang sírt fel a vonal másik végén. Jöjjenek hamar, mert meghal nekem. Hová menjünk? Választ már nem kaptam. Utolsót nyekkent zörrent a telefon, és elhallgatott. Hová menjünk? Hol találjuk meg, aki talán meg fog halni. Csend volt egy pillanatig, aztán odafönt végigzúgtak a repülők, egyik raja másik után, és mi találgattunk, mi pusztul el éppen, vagy kicsoda. És megtudjuk-e, ki telefonált, meg hogy hová menjünk. Késő délutánra aztán eltűntek a repülők, már csak gépfegyvertüzet lehetett hallani, nem is olyan messziről. Kimentünk a kapu elé, sápattan ült és gyarapodott a romokon, torlaszokon a hó, mert havazott, egyre csak havazott. Áltunk kint és vártunk, kellünk-e valahol, mikor vágtassunk kerekes hordággal valahová műtőbe vinni a sebesülteket. Akkor ebben a néma várakozásban botorkált át két ember egy részsodronnyal, azon a Maris, mögöttük kisírt szemű, macskabundás, muszlin fejkendős úriasszony. Letették a résodronyt. A két férfi már sietett is vissza. – Ja Istenem! – szólalt meg az úriasszony, s most már tudtuk, ő telefonált. – A Maris, ugye nem halt meg? Ott feküdt Maris az udvar szétfröccsent kapuja előtt, a résodronyon. Az orvos föléje hajolt, figyelte. Akkor láttam a Marist én is, a többiek is. Mozdulatlan, mosolygós volt pirosas, szép paraszt arca, hosszú, keményre font copfia karikában a fején. Mozdulatlan volt az arca, Mosolygós. Ilyenre mondják, mintha csak aludna. És aludt is. Végképp elaludt már. Az orvosnak nem sok dolga volt vele. Légnyomás, ennyit közölt. A macskabundás idős úriasszony, ráncaiba beleragadt a púder, ajkán félrecsúszott a rúzs, remegve reménykedett. De ugye, doktor úr, él? Meghalt. Az úriasszony most már könnyek nélkül nézte a kedves, kederűs arcot. Megsimogatta. Előbb levette síkesztyűjét, aztán eloldott a tarka muszlinkendőjét, a maris arcára terítette mert csak egy kurta pokróc darab volt a tetemen, melléig sem ért. A többi már a mi dolgunk volt. A halotti anyakönyv, ki volt, mi volt, az adatai, s miben halt meg. Aztán, ha lesz még időnk rá, eltemetni. Hogy hívták? kérdeztem. Milyen maris? Az ismeretlen úriasszony, Sosem találkoztam vele, se utcán, se a boltunkban. Csak dermedten állt. Nézte az áttetsző tarkakendő alól kisejlő arcot. Ne haragudjék, de hogy hívták, és hol lakott? Az nem igaz, hogy meghalt? felelte. Higgye el, meghalt! sürgettem mert ismét közeledett a gépfegyvertűz. Nyugtalanabb lett a pillengő havazás, kavargott, mintha forni kezdene. Tudtuk, újabb repülő raj hasít végig a hóval dúzzat egen. Az úriasszony most sem sírt, csak szinte vakon merett rám. Meghalt. Az olyan szörnyű, tudja, ha az ember mellett meghal valaki, ki tudja miért, mert mit vétett, mondja, hogy meg kellett halnia, hiszen mindig énekelt, még a fapapucsa is nóta szóra csattogott, és most azt mondják, meghalt. Ne tessék haragudni, sürgettem újra. Hogy hívták? Maris. De a, vezetékneve? vezeték neve, a hol született, most hol lakott? Nálam, a a cselét könyvben minden benne van. És hirtelen, mintha szélütés érte volna, valósággal megbénult. A halál túle, vagy az a légnyomás zavarta meg, amelyik ott süvíthetett el mellette is. Őt itt hagyta, megölte a marist. A nagyságos asszony hol lakik, kérdeztem hol? Dermet arcán váratlan vigyor. Nem tudom. Nem tetszik tudni? Nem. Ellebben tette egy pillanatra a halott mosolyról a muszlinkendőt. És rekedten felnevetett. Nem furcsa, hogy elfelejtettem? Maguknak is furcsa, nem? De hazatalálok, elhozom a cselétkönyvet, abban minden. Újra rátette Maris arcára a kendőt. Nem köszönt, fordult, támolygott szinte. Átmászott, elelcsúszva a havas romokon, kifelé a szűk, eltorraszolt utcából, valamerre. Hisz, ha a nevét is elfelejtette, meg az utcát, ahol lakik, azért hazatalál. A sötétség elnyelte a macska bundás úriasszonyt. A szelít hópillék mind fenyegetőbben, zavartabban kavarogtak. Fent megjelent, elsüvített, terhétől szabadult egy repülőgép, s újra megrengtek a házak, repült kő, malter, téglacserép. Besiettünk, behúztuk a súlyos kaput. Marist kint hagytuk az udvar előtt. Az alaksori folyosón hordágyakon sebesültek, talán halott már a fele. Halottak odafent a tornateremben is, szépen, takarékosan egymás mellett. Hadd jusson hely mindenkinek. De Maris már el se fért volna. Amikor újra a szélcsendben kimehettünk, újabb fekete torlaszok, romok, oly frissen leomlott minden, hogy még rá sem telepedhetett a hó. Aztán indulnunk kellett, erre is, arra is, kettesben hordádgyal, újabb sebesültekért. Az ismeretlen úriasszony nem hozhatta el a cselét Ott találtuk hat házzal odébb, de nem is őt, inkább csak a macska bundáját. Elsiettünk mellette, majd eltakarítják mások. A mi dolgunk az élők, és nem a halottak. Éjszaka aztán beírtam a halotti nyilvántartásba. Maris ismeretlen. lehetett az a maris? kérdeztem a fő ápolónőtől. Korelliné a rozzant, erélyes, garasos báróné tincsei megremegtek. De remegett egyre alig észrevehetően a szája, a keze is. És azt kérdezte, akár csak rózsika később, minek az magának, hisz meghalt, de nem tudtam okosabbat válaszolni, de élt. És aki egyszer élt, az mégiscsak valaki, annak mégiscsak volt neve, egyetlen élete. Bejött Csöpi az egyik ápoló. Civilben, trafikos a ricben. Csöp volt valóban és gömbölyű. Most nem dohánybarna, elegáns trafikos ruháját viselte, fején csempetörök fez, hanem mocskos, véres, kezes lábast akár csak én. És a fején sisak. Parancsnok úr, és szabályosan letisztelgett, boldog volt uniformisával, katonás. Eltemessük? Hát persze. Van az udvaron egy bombatölcsér, éppen belefér. Felírtam egy cédulára is. Maris, ismeretlen. Betettem az alumínium dobozba. Kösse Csöpi, ahogy az előírás, Maris csuklójára, aztán temesse el. Egy pillanatra még gyanakodtam, hát ha mégis él, az orvos is tévedhetett. Legszívesebben kimentem volna Csöpivel segíteni, meg fellebbenteni azt a muszlin kendőt, meghalt-e valóban. De maradtam. A bárónné, reszketegen kevergette a feketéjét. – Fura egy ember maga! – finoman, kellemesen racsolt, ahogy egy bárónéhoz illik. Pedig műtős nő volt a rókusban, mielőtt az agbáró elvette. Egy pestre szakadt falusi maris ő is, akinek szerencséje volt. Ne is kérdezzem miért. Majd megmondom én, azon grüblírosz, ki volt az a maris. Hát egy kis cselédlány, fiatalka, ennyi. És hogy mi a neve? Mondj ő, éppen az ő neve, meg hogy hová valósi. Hadseregek pusztulnak el, embereket égetnek rakás szám, azt sem tudjuk mennyi a halott, és kik a halottak, és magát ez az egyetlen érdekli. Sarokba szorított. Mit válaszolhattam volna? Ezt ismertem, csak látta, kedves fiam. És most fogadni mernék, de indoklás ne várjon. Lelkifurdalása van. Miért? Hát mi más lenne, mert maga életben maradt. Jól néznénk ki, ha mi élők mind lelkifurdalást éreznénk a halottak miatt van még egy nyeletnyi kávé, megissza? Kezemben a csészével, a kávét már nem tudtam meginni. Hajnalodott, üres csönd. Majd zaj támadt, szinte az ajtó. Két üzbék katona tartotta felénk gépfegyverét, és terelt a kórterembe. A csészét akaratlanul is vittem magammal. És a két katona jöttek utánuk többen is egyre ezt hajtogatta. Nyemecki ezt? Másnapra megfeledkeztem Marisról. Egy hét is eltelhetett, míg eszembe jutott. Csöpi már eltűnt, újra cigarettát árult, ezúttal persze nem a ricben, hanem a körút sarkán. Nem tudtam megkérdezni tőle, eltemette-e és hová a marist. Fagyottan sütött a nap, Budáról szakadatlan ágyúdörgés. Az udvarra alig jutottam ki, csupa rom, leszakadt falrész, autóroncsok. Indultam megkeresni a Maris sírját. De sírt sehol sem találtam. Csak egy pincéig szakadt bombatölcsér fölött a sodronyt, amiben odahozták. És azóta hiába faggatózom, ki is volt a Maris. Soha meg nem tudhatom. És arra sem felelhet senki miért is állok meg most is még mindig egy tétova pillanatra a nyitott iskola udvar előtt. S arra sem, igaza volt-e a bárónénak, lelkifurdalást éreztem, mert én megmaradtam. S hogy amit érzek, az életben maradott rettegése. -e? Talán gyorsabban múlik már az idő, és egyszer elfelejtem megkérdezni. Ki is volt Maris? A fizetési meghagyás. Alig, ha nem, Rózsika tudta rólam a legtöbbet, s tudna ma is, ha még élne. Mert én meg sem születtem, ő már a boltunkba került. Teddi, de tedd oda, kis süldő lány, még nagyanyám uralma alatt, s nálunk maradt, amíg a történelem engedte. De nem csak engem ismert, én rólam tudott mindent. Ismerte, akár akarta, akár nem, a család minden titkát. Jelezte Holmi hőmérő, életünk lázfokait, mikor pihen nulla alatt a higany szál, s mikor éri el a borzongató, túl sok jót nem ígérő harminc hetet. Ilyenkor egy-egy családi csetepaté közelettén előbb lett izgatott, nyugtalan, mint mi. Ebből baj lesz nagysága, mondta egyszer, s nyilván harminc hetet jelezhetett a hőmérője, Ma reggel bent volt az erdélyiné, és délben is. Máskor már kora reggel úgy, ahogy van abban az undok, gyűrötre aludt slafrogban viszi a zsömlét, a déli kenyeret. És megismételte, ebből baj lesz. Anyám erre más sem tudott, mint nevetni. Ugyan már, miért lenne ebből baj? Nem tudom, de tessék vigyázni. És valóban, néhány nap múlva feldúltan vágtatott anyámhoz a parányi irodába a satnyán sovány, vékony lábú erdeiné, és a főkönyvre vágott egy fekete műsejem bugyit. Azt kiabálta, fizesse meg anyám, az apám téptele róla, szaggatta szét. Anyám derűsen nézett rá. Persze sejthettem, mit folytott a derű alá. Aztán fény felé tartotta a bugyit, és visszadobta a ritkás frufrujú, mindig zilált nőnek. Ezt lelkem előtte már többen elszakították, és a bugyi mellé hajított valami pénzt. Rózsika csodálkozva kérdezte az esti elszámolásnál: Hát, hogy a nagysága nem csinált patáliát, na tudja. Mit érek vele? Gondosan számolta, kötegelte a pénzt, tornyozta a filléreseket. Ha én az uram minden szeretője miatt patáliát csapnék, Rózsika, mi lenne velem? De amikor ez a dög gyűlölte erdéinét, aki a bolti lányoknak megtiltotta, hogy visszategezzék, erre merészkedik. Nem nekem kell miatt a szégyenkeznem. Elhessintette. Hat pacsnival több volt, az hol van? Ilyesmiket jelzett előre Rózsika. De nem csak a mi családi, szűkebb köreinkben volt járatos, ismert és kiismertő közel ötven év alatt mindenkit, a kofáktól a főméltóságú úr délceg sógornőjéig. Ötven év, gondolhatnánk. Mekkora idő! De most már hozzátehetem, sőt kiigazíthatom, hamar elmúlik, nyoma sem marad. Rózsika ott állt a márványlapú pult mögött évtizedeken át, s más élete alig ha volt, mint hogy kiszolgált. Élete átszivárgott a miénkbe, a mi életünk volt az övé. A nagyanyámé, aztán fiatal lány anyámé, beházasodott apámé, és a mi négyünké gyerekeké. Nyilván akadt idő önmagára is, de csak este nyolc és reggeli hat között, meg természetesen vasárnap. Nagyon csinos fiatal nőként emlékszem az egykori rózsikára, soha nem romló derűjére, frissességére, s formás, anyám így csúfolta, csókra termett ajakára, s benne büszkeségére, egyetlen korai aranyfogára. A gálánsabb vevők betérve egy-egy kiflire vagy savanyú hitveseik megbízásából egy veknire, megcsípdesték, persze a lehető legilletlenebb helyen, ha éppen hátat fordított a pultnak, felnyúlt a polcra kenyérért, lehajolt a ládába süteményért. Csak nevetett. Kezére ütött a rozzant gavallérnak, bosszúból két briósal többet számolt. De láttam, egy-egy ifjabb incselkedőre rámosolygott, úgy ütött pajkos kezére, hogy az érezhette, kis hevület fogja el rózsikát, nem közömbös a pimasz férfi kéz. Anyám egyszer azt mondta, itt akar vén lánynak maradni? Tőlem ugyan férjhez mehet. Vén lehetek, nevetett nagysága, de lány már nem lehetek, arról réges-rég lekéstem. Ekkoriban magánéletéből fél évszázad alatt többet nem tudtam meg, szűkre mért szabad idejében egy nős ügyvéddel járt. Két gyereke volt az ügyvédnek, és egy migrénes felesége. Bebetért a boltba, leült, kivárta, amíg elmennek a kuncsaftok, s egy ideig ebédidőtájt nem jönnek. Mintha mindig gyászolna, olyan volt a koros ügyvéd egyetlen hivalkodó szín rajta, cvikkerének aranykerete. Ilyenkor hányszor láttam az ügyvédet iskolából hazajövet. Hallgattak. Miért ezt a gyászmadarat csípte fel magának Rózsika, nem tudta senki sem. Hogy ez a csupa alak, korom vénember, felízzék Rózsika mindig friss tüzén. Egyszer gyerek voltam még, anyám vasárnap elküldött Rózsikához. Egy septiben felkörmölt levelet kellett átadnom. Jó, mondta, mondd meg anyádnak, rendben. Micsoda? Nagyon kíváncsi lettem. Ha megtudhatnád, akkor szóban üzen, ülj le kicsit. Rózsika akkor is abban a vámház körúti házban lakott, ahonnan meghalni kórházba vitték. Sötét, gírhes házez, udvara tölcsérként, szinte szűkül fölfelé, s annak pereme tart valamicske bágyat eget. Sötét, márvány lépcsőire vasból öntött, fákját tartó, hölgy ügyel, dermet arcú, dermet redőzetű alak. Rózsika, rogyadozó, macska köves udvaron lakott, három csorba lépcsővit hozzá. Sötét volt, még az udvarnál is sötétebb a tülfüggöny mögé rejtező szobában, de ha leveszi a függönyt, ablakot tár a világra, akkor se talál fényt, amit bebocsáthasson. Ültem a kopott perzsával letakart kereveten, mintha otthon lennék. Ez a szoba olyan, mintha a mi nagy lakásunkból költözködött volna be apránként egy-egy bútor, tárgy, nip, Függöny. Szétnéztem. Ismertem mindent. Megunt, vagy divatja múlt holmiainkat, egy ómódi varrógépet, nagyanyám hajdani sublótját, anyám praktikus ajándékait. Az a csavart oszlopú, fekete állólámpa, rajta rojtos, gyöngyös, tearózsaszín sejemernyő, valaha az én szobámban volt. Eszel egy kis bombont? Kínált. Ezt kaptam. Vettem egyet, és nem kérdeztem, kitől kaphatta a cifra tarkadobozú drágaságot. Dísz helyen, a két ablak között, dermet színes üvegvirágú keretben, homályos velencei tükör. Nagy anyámtól kapta valamikor. A keretben fényképek, mindegyiken mi, elsuhanó, egy-egy pillanatra megakadó filmkockák az életünkből. Nagyanyám fiatalon, feszesre fűzve, plőrözős nagy kalapban, és öregen, kint a gangon halála előtt, ernyőzve szemét a délelőtti fény elől. Anyám, a kislány, szépen hátrafésült barna a haja, csillog a szeme. Aztán boldog asszony, karjában én az első szülött. És negyven évesen, annyi minden rossz után, a szeme már nem csillog, csak mosolyog, az örökös bizakodást gyanú fel. És mi négyen, a három öcsém meg én. Róluk csak egy-egy fotó, de én, mint gömbölyű, pufók, popsis, csecsemő hasonfekve, járószékben bazedovos szemű fehér nyulacskával, nagy karimájú szalmakalapban sétapálcával kis gigerli, vaksén révedezve matrózgalléros blúzban én az elemista. Bágyat, karikás tekintettel, ügyetlen nyakkendősen a gimnazista. Bizakodón, mint egy a jövő meghódítására készen, mint egyetemista. Ezek persze később kerültek a tükör keretébe, de voltam rózsikánál máskor is. Nyomon követhettem, jobban vagy rosszabbul sikerült fényképekben az életemet. Most ez vagy, mutatott Rózsika a matróz Csak fénykép, Rózsika. De én minden fénykép mögé tudok valamit, s amíg élek, meg te élsz, mindent fogok tudni rólad. Csak gyere, ha elfelejtesz valamit, én megmondom neked, mi volt veled ekkor vagy akkor. Felírod? Á, legyintett. Minek? Fejből is tudom. Egy bombont? Az ügyvédtől? Lettem Pimasz. Ha tudni akarod, attól. Felállt. Harangoznak, mars haza elkésel az ebédről. Így adta tudomásomra, nekem sem enged betekintést az életébe, félmarokkal mért szabad idejébe. Kis harag fogott el. Hát ő tudhat rólam, rólunk mindent, én meg róla semmit. És változott az idő, vele együtt a bolt is. Egyetlen ablak hajdan a kirakata, kétfokú lépcső a boltba. Még nagyanyámék márványpultja, zörgős, nacionál kasszája, minden csavarintásra úgy ugrott ki a fiúk, mintha egy szörny kínálná pénzelteli nyelvét. A kenyeres polcok süteményes ládák talán még a dédapám idejéből. Aztán apám, bár pénze erre sem volt, soha semmire se volt pénzünk, mert csalókejtelik assza, a korral haladva modernizálta. Hatalmas, márványba foglalt kirakat, vadonatúj, csillogó pult a szürkülő öreg márványú pult helyett, friss polcok, ládák, az üvegajtó kerete is márvány, iparművész tervezte meg a boltot. Csak rózsika maradt ugyanaz friss, vidám, nagy szájú. Most már pirosítót kellett felraknia, hiába igyekezett, ráncaiban egy-egy élénk pötty, piros, mint a bárány himlő ártatlan pöttyei. A haja minden festésnél más, néha sötétvörös, aztán naívan, szőke, rózsaszín. Bodrosan fésültette, észre ne vegyék, kisé kopaszodik. Csak csilingelő fülbevalója ugyanaz, azon nem fogott ki az idő. Állt a pult mögött, serényen, az ügyvéd régen eltűnt valahol. S ahogy öregedtek, anyám is, ő is, türelmetlenebbek lettek. össze összekaptak egy-egy elszámolásnál. Anyám egyszer, később maga sem tudta miért, nekem se tudta megmagyarázni, ráförmett. Felmondok, maga nem hal meg nekem a pultom mögött, de a nagysága sem az irodájában. Engem innen még a végrehajtó, a bank sem dobhat ki, de én magát igen. Tudja meg, én itt halok meg. Az asztalra csapott, ilyen sírósan dühösnek sosem láttam. Itt, ennél az asztalnál, a főkönyv fölött ha annyi mindent nem adott meg a jó Isten, ami kiárt volna én nekem, akkor felmondok, maga cula. Mind a ketten sírtak. Nekem, kiabált Rózsika, én lehet, hogy egy cula vagyok, de én sosem loptam. A zsömléből is csak azt ettem meg, amelyik csámpás, és tudja meg a nagysága. Én is lefeküdhettem volna a boldogult nagyságos úrral. Ha a nagysága tudná mennyiszer, pedig tudja meg, nekem is kellett, és mégsem feküdtem le. Annál jobb ízlése volt az uramnak? Miért? Az erdéiné a bugyogójával talán jobb ízlés? Erre anyám csak úgy tudott felelni, hogy nem sírt tovább. Most feküdjön vele, le, ha úgy kellett. Nevetett, mérgesen csúfolódott. Fél óra a kerepesi, szegény, harminc éve a temetőben. Jaj, de megbántam, Rózsika most őszintén sírt. Én marha, hogy a nagyságos urat kihagytam. Ezt az egyet, anyám már diadalmaskodott. Na, azért voltak még. Rózsika jó higany szálnak bizonyult, akár jövendőmondónak is nevezhetném. Anyám valóban nem a boltból, műhelyből indult el lassú, méltatlan halála felé. A történelem, előfordul ez gyakran, közbeszólt. Rózsika, míg élt a bolt, kicsit mogorvábban állt az államosított pult mögött, ritkábban járt fodrászhoz, kopaszodó fején több a fehéres szürke, mint a rózsaszín. Anyám a bolt fölött élt, panasz nélkül a lakásban, de éreztem, tudja jól, mikor nyílik odalent az ajtó. Rózsika gyakran feljött, trécseltek, két öreg asszony. Tőlem elkérte egy-egy fényképemet, retiküljében, gyöngyszemecskékből virágcsokor a bársonyon, egy-egy újság kivágás rólam. Aztán nyugalomba vonult, de az utcánkat nem hagyta el, hisz végeredményben az életét hagyta volna cserben. Ált a Sörház utca sarkán, a ház előtt, valóságos udvart tartott, régi kuncsaftok, elaggult házmesternék, kikopott gavallérok tudósították az életről. Mindig vidám, teli szájú volt, s most már nem hőmérő, hanem elmúlt idők emlékoszlopa. Néha az volt az érzésem, onnan nőtt ki a mi flaszterünkből, vagy inkább oda gyökerezett örök életre. Egyszer anyám bírósági végzést kapott. Szaladtam fel Rózsikához. Ez mi? Mutattam az első fokú bírói végzést. Megnézte, mintha nem tudott volna róla. Ja, mondta mellékesen, fizetési meghagyás. Rózsika! Nyugodt igyekeztem lenni, a velencei tükör keretét néztem merőn, életem stációit, a fényképeket. Rózsi, te bepereled anyát, mert nem fizette ki a betöltött negyven év után járó végkielégítést? Képtelen egy intézkedés, nem mondom. Mégis hivatalos. Rózsika roppant figyelmesen lesett. De te tudod legjobban, hogy anyát államosították. Egy fillérje sincs. Neked azonban van. Honnan van? Nehéz évek voltak, nehezen éltünk. És miért én fizessek? Mert most te vagy a jogutód. Micsoda? Félretoltam a feketét. Kinek? Minek a jogutódja? Legfeljebb a magamé, az is csak leszek. Rózsika derülten újra elém tolta a kávét. Kihűl, jegyezte meg. De az ötezer forint akkor is jár én nekem. És amivel folytatta, félre sikerülten ült a nyelvén. Minden dolgozónak a magáét. Te? És mint minden dolgozó? Szerinted mi voltam? Most soroljam fel, mi is volt nekünk? Ki is volt nekünk? Én öt évig a nagyanyádnál voltam dolgozó, magyarázta. Harmincöt évig pedig apádnál, anyádnál. Dolgozó, felugrottam, bolti lány, tévedsz, dühös lett ő is, eladó, élelmiszeripari dolgozó, és nekem jár a pénz. Megkapod, feleltem septiben, meggondolatlanul. Részletekben is lehet, ez van a meghagyásban. Egyben, mind az ötezret. Csak azt nem értem, miért vagy ilyen dühös? Azt hittem, ismerlek, és most látom, neked nincs igazságérzeted. Én egy elnyomott osztály voltam, most meg úgy beszélsz velem, mint egy kapitalista munkásnak a bérét. Ezt megmondták. Kicsoda? A nyugdíjintézet, meg a szakszervezeti bizalmi. Erre fel kellett nevetnem. Te és a szakszervezet. Anyámtól akarsz ötezret. Anyámnak semmie, ha él is szegény, jogilag végeredményben egy halott. De te élsz, és fizethetsz. Hetven múltál. Kérni tudtam, könyörögni nem. Mire kell neked, vén az ötezer? Elmosolyodott. Már három aranyfoga volt a mosolyának. Végre élni akarok. Havi részletekben egyeztünk meg. Kifizettem utolsó forintig mindent pontosan. Ezzel leróttam a tőkés rend adósságát. 5000 forint váltságdíjért búcsúztam a kapitalizmustól. Végre, mondtam anyámnak, kifizettem rózsikát. Panaszkodsz? Anyám kiismerhetetlenül mosolygott. Mi neked az az ötezer? Neked van, nekem semmim. Én csak egy eltartott vagyok. Azt írták bele a lakókönyvbe. Így hát se tőle, se Rózsikától nem kaptam részvétet. Rózsika továbbra is felfelcammogott hozzánk, sétált az utcán, trécselt a sörház vagy a só utca sarkán. Mit is csinált a végkielégítéssel, nem tudtam meg, ma sem tudom. Nem betevő falatra, kenyérre kellett, gyűjtött eleget, még a más is, hisz Kornsteinék nála hagyták az aranyukat, egyikük sem jött vissza Auschwitzból. Aztán lassan-lassan rájöttem, ezzel az ötezerrel vásárolta meg az önérzetét, azt, hogy volt valaki bolti lány. Egy öntudatos dolgozó, akit elnyomott az úri osztály. S valahogyan talán igaza is volt, Habár bár nálunk kinyomta volna el. Már nagyon betegen, menthetetlenül került kórházba. A rózsika arra kéri mondta a csarnokban, káposztát válogatva ő is, egy ismerős, de számomra névtelen öregasszony látogassa meg csak önt akarja még egyszer látni engem ez szíven ütött csak engem. Azt mondta, nem akar úgy meghalni, hogy önt ne lássa. Mi volt az oka, hogy csak tíz nap múlva mentem el vizit időben látogatóba? Talán a félelem látni a pusztulást. Talán az, hogy rózsika szembesít elmúlt életemmel. De inkább lustaság, halogatás, ráérek még. Ő maga mondta, Addig nem hal meg, míg engem nem lát. De elkéstem. Csorgott az eső, ott áztam én is a bugyros, kompótos, esernyős látogatók között a kórház előtt. A kapun felírás kézzel septiben. Tekintettel a fokozódó influenza járványra minden látogatás tilos megkönnyebbültem. Fordultam vissza, haza. Hát majd, ha a járvány elmúlt. De később is hiába mentem volna már. Egy nappal előbb halt meg, egyedül, abban a steril vesztek zárban. A maradék holmiát széthorták a rokonok. Nyilván a fényképeimet is s minden fényképen az életem egy-egy darabját. Hová kallódtak? Hol élek én tovább, szétszórtan? Szeméttelepen? Papírgyűjtőpincékben? Egybe áll le valaha is a sok-sok fénykép? Összeilleszthetni-e belőle engemet? Az nem lehet. fekete, tétován, a következő az állára csorrant. Alig látott már, s nem sokat érzékelt a világból, ott a karosszékben a kájha mellett, évek óta már. De most hirtelen, friss hangon, szemrehányón ő kérdezett. Miért mondod, hogy mama? Azt hiszed, meghalok. Ugyan, anya, tudtam, hogy elszóltam magam. Azt mondtad, mama, és megcsókoltál. Ez nálunk sohasem volt szokás. Mit felejek? Vaksin rakta egész nap a kártyákat fele a földön, sosem álltak a kártyák a megfelelő alakzatba. Felszedtem a lapokat, elrendeztem, kiraktam elébe a nagy napóleont. És aztán mondtam, csak úgy eszembe jutott. Elkezdesz búcsúszkodni. Anya. Így szólítottam, s így mind a három öcsém. Csak kicsi korunkban hívtuk anyikának. Ez a tiszta szó anya. Ez pontosan meghatározta lényét, lényegét, helyzetét. Csak így hívtuk tehát, más nem illet volna hozzá. Az sem, hogy visszategezzük. Nálunk akár csak a minduntalani, röpke, hízelkedő csók a tegezés sem volt szokás. Ez, ha jól meggondolom, azt jelentette, tiszteltük emberi méltóságát, rendíthetetlenségét, mindig tetrekész akaraterejét. Bizonyára azt is, mennyivel több nálunk még így, homályosuló aggyal is, s mennyivel több volt mindig őt meg se közelíthetjük. Nem csak azért, mert az anyánk. Előttünk a példa. Mit kínlódtam én is ezért a derűért, harmóniáért, és milyen hiába én is, a három öcsém is, hogy egyszer meghalljon. Hogy a természet, amely oly gondos munkával megalkotta, nyolcvan esztendőt szabva kirá, egyszer abba hagyja a munkát, és higgadtan, ellentmondást nem tűrőn közölje, ennyire tervezte ezt az életet, nyolc évtizedet engedett végigélnie. És ilyennek tervezte jónak és okosnak. Lehet, hogy jobb és okosabb is lehetett volna, hisz mérhetetlenek a lehetőségek, de neki ennyi jutott a lélek és elme javaiból. És ez éppenséggel nem kevés. Hogy meghaljon, úgy, ahogy akárki más. Hisz miért ne halna meg? Miért legyenek rá más törvények? Ezt beláttam, elfogadtam. Csak éppen megérteni nem tudtam, gyerekkoromban sem, felnőttem sem, és elképzelni sem tudtam, hogy egyszer majd látom végérvényes mozdulatlanságában lassan fehérré válva fehér ingében, fehér párnái közt. Csak egy mészfehér váz, semmi több, és azt fogom kérdezni tőle. Anya, anya, maga ez még? Ez is maga? Újra kávét kért, töltöttem. Az orvoságomat is, tessék, tartottam a csészét, kapaszkodva az életbe, kapta be a fölösleges színes tablettákat. Lenyelte, anya? Igen, majd meglátja, segíteni fog. Rám nézett. Az a hajdan csillogó, szürkés-barna szem. Most ellepte a homály nem a szemével néz rám. Hogy tudhatnám mivel? Ez nem az én anyám szeme. Hoz még egy csészét. Én már ittam. Az apádnak. Apa, kérdeztem. Hiszen apa negyven éve, ezt én is tudom. Meghalt, kimondhatod. Mondd ki, Meghalt. És félelem fogott el. De az előbb itt volt. Elbeszélgettünk, aztán megcsókolt, elbucsúzott. Azt mondta, nem ér rá. Sosem ért rá, mindig elcsavargott. Én azt sosem értettem, miért nem marad nyugton idehaza a fenekén. De most értette el kell mennie. Most azt is tudom, hogy visszajön. Ugye? Egyszer itt marad? Persze, anya. Visszajön és itt marad. Egy pillanatra ravaszul felvillant a szeme. Látod, hazudsz. Apa nem volt itt. Egy halott nem lehet itt. Ha meghaltam, én sem jövök vissza. Belekapaszkodott a kezembe, szorította. Ilyen erőt sosem éreztem a kezében. Mond, hol leszek majd? És olvadt a pókhálós tavacska, a szeme. Sírt. Erre nem kell gondolni, anya. Milyen ostoba vigasz. Én mindig gondoltam mindenre. Ezt tudhatod? Most magába süppett. Ült a sárga meghitt lámpa fényben. Nem látta a fényt, a kártyákat. Semmit sem látott. Ön sem láthatott. Elaludt. Leültem melléje. Gyerekkoromban mindent el tudtam képzelni, csak azt nem, anyám egyszer előregethet, meghalhat. A nagyanyám messzeségből dereng elővékonyka, görbécske alakja, onnan hangzik szelít szava, azt mondta egy húsvét hétfőn fejcsóválva, Katicám, te mindent fire und flamme csinálsz és hallom anyámat, ahogy réges-régen nevetve mesélte. Katica kisasszony, mondta az egyik kedves nővér az iskolában, kegye túlságosan eleven. Amikor apám, aki mindig csak elment és visszajött, és nem maradt sokáig, hirtelen meghalt, a nagynéném elsírta magát. Mi lesz vele, te katica? És látom anyámat, néhány órás még csak a gyász. Mi lenne, Kornél? Pedig jogos volt a félénk, féltő kérdés. Ott maradt egyedül négy gyerekkel, semmi sem az övé, a bankoké, a liszt nagykereskedőé. Nasic úr, a nyájas gondoskodó liszt ügynök később, amikor anyám elrendezte a dolgokat, s már csak álláig ért az adósság, megpaskolta a kezét. Maga életre való asszonyka, nagyságos asszonyom. Anyám elcsodálkozott, nevetett. Miért? Mit gondolt? Milyennek kéne lennem? Amikor nem a bank, a liszt nagykereskedő vitte el a házat, műhelyt, és semmi sem maradt, csak én, üres zsebbel én is, fogta a cekkert, nem tudunk ezentúl mindenes tartani. Adj tíz forintot, bevásárlok és főzök elképettem. De anya maga soha életében nem főzött. Eltette a tízest. Most fogok. Vagy sikerül, vagy nem, de meg kell enni. Zavar fogott el. Anya, mondtam sokára, hogy lehet ilyen cínikus? Nevetett. Miért? Én csak annak veszem a dolgokat, amik és különben fél életemen át nem volt enyém sem a ház, sem a műhely. Hát most nem a banké és a liszt nagykereskedőé. És ezzel elintézte magában az államosítás valamennyi problémáját, és derűsen, cekkerrel a kezében átsietett egy másik világrendbe. Tudomásul vette, hogy mivel most már végkép semmie, az addigi világa is megszűnt. Hazajött, Töltött káposztát főzött, találomra, derülve ügyetlenségén. De ilyen jó káposztát se előtte, se utána nem ettem, még ha ő főzte is. Most felnyitotta a szemét, talán le sem hunyta. Még egy csészekkel. Kinek? Szinte erélyesen mutatott ágya felé, a falra. Hát nem látod, a rézi néninek. Látod? Hol, anya? Ott, most jött elő. Csak a fal, az ágy a homályban, s a falon ágyon az utcáról becikázó lila neon fények. megadja magam, lássam, amit ő. Anya, ott a falon csak... A Rézi néni! felcsattant a hangja. Ugyanolyan volt, mint régen, amikor velünk fiaival, aztán a pékekkel perlekedett a rossz bizonyítvány az elfuserált zsömlék miatt. Mondtam neki, ő jöjjön ide, mert én már nehezen állok fel, és nem is látok. De Rézi néni azt felelte, ő sem tud megmozdulni, idejönni. Miért? milyen méltatlan hozzá ez a látomás. Nem tudtam beletörődni, elfogadni ezt a belső pusztulást. Mert álmodta, anya. Nem vagyok az, aki álmodik. Sosem álmodtam, nem is fogok. Arra én nem adok. Egyszerre nagyon friss élénk lett. Szépen fellobbant néhány pillanatra a tekintete is. Hallod a rádiót? a mesterdalnokok. Először fiatal lány voltam, Rézi nénivel hallottam, és sorolta pontosan a szereplőket. Szemere Árpád énekelte Hans Saxot, Medek Anna volt az Éva, a Stolzingi Walter pedig Burján Károly. Gyönyörűen énekelt. Akkor nem volt részeg, de lehet, hogy részeg volt. Velünk volt Gróz bácsi, arra te nem emlékezhetsz, a nagybátyám. Akkoriban úgy illet, hogy két nő vacsorázni csak férfi kísérettel mehetett. És mi opera, színház után mindig vacsoráztunk valahol. Jó helyeken, mindegyik kuncsaft volt, ezért csak kuncsaftokhoz mentünk. Mi ketten kiöltözködtünk, de Gróz bácsi slampet volt. Rézi néni mondta is neki, guszti, legközelebb öltöz fel rendesen. Hm, hol is vacsoráztunk? Megakadt. Egy emlékezésnyire felcsillanó szeme, pókos tavacska újra. És derűs hangja, rekettes, szorongó. Ugye nem halok meg? De hogy hal meg, anya! Egy pillanatra elszállt a szorongása. Miért éppen én ne halljak meg? Az orvos azt mondta, száz évig is elélhet. Így, fiam, így. És újra szorongása hangjában. Minek így élni? De minek? Hogy anyám egyszer meghalljon, hát ezt el kellett fogadnom. Hozzá az illet volna, és méltán, hogy derékon kapja a pusztulás. Forgószél is kicsavar, elpusztít egy öreg fát. Hát így kapja el a halál, pusztíts el így, de ne lassan, szüntelen rontva rajta. Ha már meg kell halnia, addig a végső napig, óráig, percig maradjon töretlenül annak, aki volt, akinek született. Hát ha kell a halál, csavarja ki, vagy lobbants el gyorsan. Ez lenne méltó az életéhez. Hát legyen belátó a halál. Méltányolja ezt a teremtményt. A természet jutalmazza meg öregen is friss, tiszta aggyal. Vegye tudomásul, hogy egy ilyen derűsen lobogó lángot el kell fújni, és nem a viaszába folytani. Csak egyetne egyetlen egyet ne. A lassú pusztulást, figyelmes agya elhomályosodását, ne büntesse irgalmatlanul azt, akit büntetnie nem kell. Egyszer meg kell halnia, de ne vessen át az örök éjszakába, had örökölje múlhatatlan emlékként ezt a könnyű, tiszta nevetést. Meghal. Meg kell halnia. De milyen jó lett volna azt mondani. Így volt a rendjén. A fire und flamme, tűz és láng hirtelen kihambadt. Akkor könnyebb elviselni a gyászt, a gyászt, a hiányát. És egy este, nem tudtam, hogy az utolsó. A búcsú. Nem is búcsúzás, a távozás. Még minden ugyanaz az érzékelhető valóság. Az ágyban anyám, nyitva az ablak, még nincs itt az ősz, lassan távozik a nyár. Odafent az ég tiszta akár csak nyári estéken a csillagok is a maguk rendeltetése szerint villannak. De már hűvös a Duna illata, ez a meghitt, anya meg az én életemet végig kísérő illat. És a látogatók ülnek az asztalkánál, széken, karosszékben. Nagynéném, a daliás böskenéni, egy parányi csepp a másik nagynéném, Zseni néni. Itt van Ilonka néni, apám húga, mint a vonásaiban apámat fedezném fel. Nusi is ott van, Eszter gombó szaladt ide, még fiatalos, ötven ha elmúlt, csillogó őszen. És az unoka nővérem a másik zseni. Most érkezett, frissen szedett szőlővel, rákos kisböske, anyám nevelt lánya, Nekünk játszótársunk. Mennyien vannak? És mind váratlanul, hívás nélkül. Az orvos most búcsúzik, kikísérem. Anya? Kérdezem. Holnap? Talán holnap után? Szenvedni fog? Semmit. Eleget szenvedett életében. Szenvedett, csodálkoztam. Azért, mert derűs volt, mindig szenvedhetett eleget. De most biztos, hogy most nem fog. Kisböske nem csak szőlőt hozott, meg almát, körtét a kiskertből, húslevest is. Mit hozhat egy rákos asszony? Ott guggol előtte, simogatja a kezét nagysága, mondja, mert így nevezte azért kiskora óta. Ugye, tetszik tudni, ki vagyok? Tétován lebben a vékony kar. Nem tudom. A kisböske rákos hegyről kis húslevest hoztam, szőlőt. Sosem szerettem. Te ki vagy? A kisböske ezt már mondtad. Az öregek hallgatnak, az ágy felé figyelnek, mintha azt figyelnék, hogyan múlik el egy ember, hogyan múlnak el hamarosan. Hisz túl a hetvenen mind a három, ők is. Hogy halnak meg sorra, a teremtés rendje szerint? A fiatalokban más gond. Hogyan juthatna eszük be pusztulásuk? Pedig ők haltak meg előbb a fiatalok, zseni, nusi, és sokára évtizeddel utánuk a három öreg, milyen rendbontó, logikátlan a halál. És most figyelnek ők, az öregek, talán szoronganak is, így lesz velük is. Felemelek egy fürd szőlőt, anya, egy kis szőlőt. Nem vagyok éhes. De mégis. Két szem, három szem szőlő. Anyám int. Hajoljak közelebb. És tétován néz a vendégek felé. Ezek miért vannak itt? Eljöttek látogatóba. Hogy lássák, hogyan halok meg. Anya, anya, miért halna meg? Mert már elég volt. Ugyan, anya. Hm, most nem azt mondtad, mama. Kis, alig lobbanó kajánság a hangjában. De én azért mégis meghalok. Az orvos azt mondta, az csak doktor Ferike. Kis csend. A látogató kis csendben. A sárgás fényben most a rajtuk cikázik a neom fény. Az irén. Miért nincs itt? Fáj a lába. Hazudom. És most újra a kaján derű. Neki nincs is lába. Irén meghalt három éve de nem mondtad meg. Lilivel és Palcsival összehazudtatok mindent. Azért nem jött el, mert a halottak nem jönnek el. Honnan tudta mama, hogy Irén néni? Látod? Most megint azt mondtad, mama? Becsukjuk az ablakot, Kintreked a zaj, a Duna illata. A vendégek elmentek. Ott ülök anyám ágya mellett. Nézem. Ő az még. Még mindig az anyám. Elszunjat. Hol is lehet most? Aztán kinyitja a szemét, rám néz zavartan, hosszan. Te ki vagy? Anya, én a fiam. És rám néz már semmit sem látó szeme. És azt kérdezi, melyik? Másnap reggel halt meg. Igaza volt az orvosnak, nem szenvedett. Az órán nyolc óra múlt tíz perccel. Odakint vidám, boldog őszelő. Nem tettünk vásznat a tükörre, ahogy ilyenkor szokás. járt, látsz indiánt, mondja az öcsém. Elmaradt már a gran Canyon, szürke sivatagban megyünk, alkonyodik is. Az alkony is eltünteti ezt a rőtes, ólom szürke mesevilágot, víz és szél a hatalmas pagodáival, oszlop csarnokaival, óriásokra emlékeztető szikláival. Még felvillan, ahogy kapaszkodunk a Colorado, innen a magasból vékony, kobalt kék cérnácska csak, eltűnve, majd előbukkanva, ezeknek az áldozati szentélyeknek, pagodáknak, a valhallának lépcsőit mosva. Eltűnik újra, majd látjuk, ahogy előszivárog a Little Canyon sziklái között. Már szürkül is, de az ég, mintha messzi vihar kergetné, szabdalná csíkokba a felhőket, sárgás, zöldes, rőtes, talán a Grand Canyon valószínűtlen tükörképe odafönt. Látod? Mondja egy konyar után az öcsém. Még semmit sem látok. Az jut eszembe, mikor is találkoztam utoljára Indiánnal? Mikor csuktam be az utolsó Cooper, az utolsó Mike könyvet? Milyen rég volt? Elmosódtak bennem a könyvek, a mesék, Egybeolvadtak egymással a nagylelkű, vakmerő indiánok. Nevüket sem tudom, csak indiános dira lelkesítő tetteiket. És mintha újra ott lennék a tétényi köves, szalmavirágos, kiégett fűvű fensíkon, perzselt levelű bokrok, silány fácskák, köves gödrök közt indiános dit játszva. Ki volt az indián, és ki a gonosz fehér? Négyen voltunk testvérek. Emlékszem nagyon jól, hogy négyen játszottunk, skalpot lobogtatva, tomahaukkal vagdalkozva, tollas fejfedőben. Emlékszem, hát hogyan emlékeznék most? Hogyan zúdultunk lefelé, nyilazva egy dombocskáról, az erdő felé mi, négyen, fiúk, gyerekek, testvérek. Azt nézd! Áll meg egy szakadék szélén hirtelen az öcsém. Karcsú indián, feszes tartásban, bőrharisnyásan, homlokán tarka pánt, szőrén ülve meg a lovat, itatni megy a kolorádóhoz. Erősen alkonyodik már, de világít benne sáfrány sárga kikericskék átvetője a vállán. A ló meg-megáll, gebe csak szegény, innen is látni, satnya fűcsomók maradtak az aszály után, azokat tépi cibálja. Ahogy kiránt egyet, repülnek az apró kövek. Lassan halad, nézelődve, fűrkészve, hol talál még füvet a homokon, vagy kövek közé kapaszkodó ördögszekeret. Nagyon mélyen vannak innen, ló és lovasa, de tisztán látszanak. Mikor érik majd el a kolorádót? És már el is tűnnek, Utolsót villan a tarka átvető, két szikla közt egy szűk szurdokban. Aztán két asszonyt is látok, majdnem elveszve ebben a mind tömörebb szürkeségben. Szürke a sivatag, az ég, a sziklák. Valami lajtot visznek. Így mentek nálunk is egykor kútra az asszonyok. Megyünk tovább. A sivár fátlan hegyoldal alatt messze egymástól a vigvámok agyakból tapasztva, vagy bőrből, rongyokból összeeszkábálva. Hát persze, azon a tétényi fensíkon mi is építettünk vigvamot. Valami romba ment, magányos fészert találtunk egy ecetfa alatt, azt vettük be gajjakkal, plével. Mosógép nem állt előtte, mert majdnem mindegyik vigvam előtt mosógép, és ablaka mögött nem villogott a színes televízió, mint itt. Teljesebb volt a romantika, az a világvége, amit mi négyen fiú testvérek kerestünk. Ezt nézd, mondja az öcsém. A Little Canyon fölött a piknik area, a szürke, hatalmas, repedezett kövekbe ácsolt, uzsonnázó asztalok, padok. Itt hirtelen ránk támad a nap, Szembesült, de tüze már nincs, gomolygó, füstös, vörös párákba készül távozni a tarka sávos, messzi sivatag mögött. Zegzugos árnyékkal fedett sziklaoszlopok, titokzatos szakadékok, különös ősvilági lényekre emlékeztető szikla alakzatok, s mélyén a kolorádó, most csak rezzenéstelen, pókos hátú Hová tűnt el a sugárzó kék, merre zúdult a fő áram, hogy befogadó tengert érjen szabadulást. A meredé szélén korlát, Előtte indián asszonyok teregették ki tarka rongyokra az égetett cserép meltőket, kalárisokat, részből edzett, titokzatos ábrájú korongokat, láncokat. Beszélnek, ajánlják a portékát, hevesen, indulatosan, fogcsikorgató düvel szinte. Egy fiatal házas pár alkudozik, az asszony, hosszú lábú, vöröses szőke szépség, próbálgatja a láncokat, egy ráncos, fokhíjas öregasszony, pipa a szájában, ahogy egy indiántól elvárja az ember, felfelugrik, méltatlankodik, akár csak a cigányok nálunk, ha becsméreljük tűzlapjaikat, fakanalaikat. Az alkú körül csapat csupasz fenekű gyerek szaladgál, hol az egyik asszony penderíti el őket, közben persze folyik az alkú, hol egy másik a meredély Mint a cigányok otthon, mondja az öcsém. Mint a cigányok otthon. Az indiánosdi a szelesköves tétényi dombtetőn. Varázsbirodalom az, ami végvamunk. S emlékszem most, mennyi titkot sejtettem körülötte. Pedig tudtam, mi eszkábáltuk össze, mi négyen, mi cipeltük fel kiskocsin egy rozzant, háromlábú, foszlott sejmű karosszéket, mi rendeztük be ezzel a karosszékkel, kacatokkal, kiszuperált fazekakkal. Vártunk mi bent hárman, támadásra készen, a negyedik őrködött, a bokrok mögé bújva, tenyerével ernyőzve szemét, honnan jön az ellenség. És egyszerre felkiáltott. Jönnek! És mi kirohantunk, toldízben, tomahaukkal, íjjal, és emlékszem nagyon jól, amikor visszaszaladtam, a karosszéken felejtettem izgalmamban mérgezett nyilaimat. Most megyünk, ismét a sivatagban, a vigvamok mellett. Mi ketten, tovább, az öcsém meg én. Mint a cigányok, mondom én is. És feltűnt messze valahol a tétényi síkon az ellenség gebe a szekér, benne cigány asszonyok, gyerekek a kas alatt, a lovak mellett a férfiak, gyalogosan jöttek, közeledtek, kapaszkodtak felfelé a pergő köveken, átgázoltak a kikericsek száraz levelein, jöttek, közeledtek, amerre lovuk vitte őket, épp úgy füvet keresve, akár az előbb az indián gebélyek lestünk, mindenre elszántan, egy romos, sárga fűvel benőtt romfal mögött, fedezve magunkat. Jött az ellenség, a cigányok, jött, hogy megzavarja ezt a mi világvégi birodalmunkat itt a fensíkon, ezt, ami csak a miénk. Már az utacskán jöttek, amit az eső vájt ki a galagonyák alatt, nem jöttek barátságtalanul, egykedvűen haladtak az erdő felé, és ráérősen is, hat tépje a galagonya nyeszlet zöldjét a gebbe. Ráértek, úgy látszik, ahogy ráértünk mi is. Idefen fenn megállt az idő. A messzi város felül közeledő, még a napfényel erezett szürkület adta tudtunkra, hogy mégiscsak múlik, lassan beesteledik. Néztük az ellenséget vártunk. Egyik öcsém kezében fapuska, hármunknál tegez, nyilakkal az íj, mikor támadnak. De békések voltak. Emlékszem, semmi rosszat nem forgattak a fejükben. Az erdő felé tartottak, ott leszedelőzködtek, rongyokat teregettek a lúcfenyő lehajló ágaira, a gyerekek rőzsét szedtek. a férfiak már szították a tüzet. Fehér volt eleinte a fénye, s ahogy lassan sötétedett, már kormosan, pedretten szállt a füst a kőrisekre, rájuk tapadt, szétterült, mint az ökörnyál, majd ahogy nagyobb lett a mágia, kiegyenesedett, egybe vastagodott láng és füst, és bevilágította, mennyire emlékszem a felsékot. Álltunk, mint csüggett ebben, hiába vártuk a támadást. És már sötét lett. A harang szólt fel budafokról, és csalódottan vágtattunk lefelé, haza, és anyánk ott ült, szigorú, felelősségre vonó arc terített asztalnál, és akkor sem értette, soha sem értette, hogy lehet elkésni ebédről vacsoráról, hisz pontban egykor az ebéd, harangszóra a vacsora. Itt tankolok, állt meg egy keresztútnál az öcsém. Nézz addig szét, Persze, ha mindenáron indiánt akarsz látni. Benzinkút, szupermarket a sivatag egy zsebkendőnyi oázisán. Zúdulnak az autók FlexTeff-felől, és zúdulnak vakító lámpákkal Pécs-felől. Itt épül a Nagy Völgy zárógát, magyarázta az öcsém. Pécs olyan, mint otthon Stálin város, vagy most hogy is hívják. A benzinkút lusta esti szellőben repkednek a drótokon az ezernyi apró, kék ezüst zászlócskák. Az árkó sárga kezes lábasában mozdulatlanul, udvarias arccal indiánok töltik a benzint, olajat, törlik le az üvegről a sivatag porát, apró ismeretlen bogárkák oda csapódott hulláit. A szupermarket bárjában szélesfogú, bizalmatlannak tetsző tekintetű, részbőrű csaposlány csorgatja, feszülő, divatos blúzban, miniszoknyában a dzsúszt. Magnon zene szól, az egyik asztalnál indián család, ünnepi, tarka ingekben, csiricsáré zakókban a férfiak, könnyű ruhákban az asszonyok, és a sok gyerek közt az egyik tengerésznek öltözve. Részbőrűek valóban mind, a csaposlány is, ez a család is a gigerli öregember is a játék Csak én vagyok sápadt arcú. A kocsi már a szupermarket előtt. Kijön az indián család is. Az asszony szinte besöpri a sok gyereket egy jaguárba. Jaguár! Képedek el. Tudod, milyen olcsó itt egy kis jaguár? Utána dobják, mint otthon zárás előtt a kofa a rothat almát, csak hogy szabaduljon tőle. Megyünk Pécs felé. Már besötétedett. Jobbról-barról árnyékot vetnek a hájvére a fekete hegyek. Sötétbe borítják azt is, ami az eltűnt nap kegyelméből még derengene. Vakítanak a reflektorok, zzzzzzz, zzz, zúgnak el mellettünk a kocsik. A hegy alatt, a száraz kórós sivatagban, elszúrtam vigvamok, mellettük vakító fehér, készen kapható faházak, és jaguárok, sevrolék, olcmobilok. Ez már a rezervátum, dróttal bekerítve, villanypóznákkal. Kötélen, két vékony fa között dróton fehér nemű szárad, most szedi le egy asszony. És újra mosógépek, és újra a képernyők tarka villogása. Egy drótkapun most gördül be egy autócsoda. Egy másikat jóval odébb, messze van egymástól, most mosnak, világít a hab. Ezt a forgalmat. Indiánok, véget ért a műszak. Mennek haza Pécsből és Flextefből. Az a cigány karaván másnap, ahogy kora reggel vigvamunkba felmerészkedtünk, már szedelőcködött. Az asszonyok akkor szedték össze a fenyőkről a rongyokat. Mi ott álltunk, vártunk tomahaukkal, tollas fövekben, nyillal, patront pufogtató fapuskával a vigván védelmében. De a cigányok észre sem vettek. Elindultak. A gebe vont a szekér, a kas alatt az asszonyok, gyerekek, és komoran, szótlanul, látom még most is, az egyiken kemény kalap, a ló mellett a férfiak, mentek befelé az erdőbe és eltűntek. Annak a napnak aztán nem lett értelme. Ki ellen hadakoznánk? De vártunk, ebédig reménykedtünk. Hát, ha jön mégis az ellenség, és indulhatunk, mi négyen, fiúk, testvérek, vad, harci lármával, támadni és védekezni. Ez Pégy, mondja az öcsém, s megáll, harsogva köpi szét a saratakocsi. Várj itt, keresek egy motelt. Pécs valóban a féle város, vagy ahogy én ismertem meg, város. Azok a nehéz idők, hetente kétszer a pusztaságban épülő városban, gödrökbe bukva, úttalan utakon, saras pallókon bugdácsolva, egyensúlyozva, és a házak gyorsan, olcsón emelkedve a kukoricás temetőjére. A vasmű csak csontváz még, ígéret. Page, itt völgyzáró gátat építenek, látjuk majd holnap. Itt annyi sem volt másfél évtizede, mint a Dunapentelei határ agyagján. Gátat kell építeni. A Kolorádó kiszabadulva kanyonjai szorításából, errefelé természet adta ösztönét követve ezer ágra szakadva bujkált, majd egyesült, újra szétszakadt, aztán ismét, szinte tiltakozva egyé vált, s most az emberi akarat megrendszabályozza, gátat épít, békés tóvá tereli egybe a berzenkedő folyamat. Kék a kolorádó ismét, már lék powellnek nevezik. Még mesterséges ez a tó, de múlnak az évek, valódivá alakítja az idő. Vitorlázásra jó, zegzugos szurdokokon ismét apró tavacskákra szélesedő lesz. És kiemlékszik egy emberöltő után, hogy nem a természet akarata, az ember csinált tavat a sivatagban. Kiemlékszik rá, ha otthon befut a vonat, hogy kukoricás volt hajdan Dunaújváros. Ha oda mennék újra, nem találnám, amit húsz év előtt ott Most valamit inni kéne, jön vissza az öcsém. Kapott szobát a motelben. Te persze viszkit. Te persze, mondom, menhettent. Egy kávéház vagy bár, nálunk talpon álló lenne a neve. Derékig érő lengő ajtón megyünk be a sűrű, bíborvörös homályba. Zümmög a zene, örökzöldeket, szemvelgő műdalokat. Vastag füstben ülünk a bárpult előtti nyurga Mellettünk az építők, cowboy kalapban, farmer nadrágban, cserzett öregek. Nyilván esztendők óta járnak így különféle építkezéseken. Nagy hangú fiatalok és indiánok úgy villog a szemük a bíbor lámpa fényben, ahogy azt valaha a vadnyugati regényekben olvastam. Részbőrűek, sápadtarcúak, teljes az egyetértés. A viszki, az örökzöld, nyúlós dallam egybe old mindent. A bártender, mákosra festett hajú, öregedő, feszes, begyes nő tölti a viszkit. Akár egy gép, ha dolgozna, nem felel semmire, legfeljebb kezére üt egy-egy vérmes öregnek, és fordul, újra tölt, végig mindenkinek az asztalon, nekünk is. Viszki on rocks, rendeljük. Egy dollár tíz cent, mondja. Két whisky jégen. Ez a zene. És ahogy a lengőajtó csapódik, megrezzen, kifelé tolul, majd visszatorpan, újra ránk száll a cigaretta Újra feldereng a tétényi fenség. A vigvám, az indián hajrák, tomahawkal, fapuskával. Nyíllal, éjjel. Ezek az indiánok. Kezdem el, és melegítem, melengetem két tenyerem közt a jeges viszkit. Egész úton csak arra tudtam gondolni, amikor, emlékszel? Indiános dit játszottunk, mi négye. Indiánosdít. Hát persze. Az öcsém hangjában furcsa csodálkozás. Mi sosem játszottunk indiánosdít. Soha. Mi mindig egyedül játszottunk. Kiki -ki a maga játékával? Emlékszel, amikor anya karácsonyra megvette a lóversenyt? versenyt? Négyünknek, hadd játszunk együtt. És a Merklint, a villanyvonatot később, de sosem lóversenyeztünk mind a négyen. Mindig egyedül, külön-külön. Az indiánosdi. Hát rosszul emlékeztem. Sosem játszottunk mi négyen, testvérek, fiúk, indiánosdit. Miért járt egyre ez a játék az eszemben olyan élőn, frissen, hogy láttam a sivatag felett azt a tétényi felségot, láttam a cigány karavánt. hallottam, ahogy támadásra zúdulunk, s mindenre, mindenre azt hittem, pontosan emlékszem. Nem, nincs igaza, rosszul emlékszik, én emlékszem jól. Ha arra gondolok, mondja az öcsém, Milyenek, és főleg kik voltunk mi négyen gyerekkorunkban? Én valami nagyon szomorút, reménytelent érzek. Én nem! majdnem felkiáltok. De ez már inkább védekezés menekülés a valóságtól. Semmi közünk sem volt egymáshoz. Négyen voltunk az igaz, de négy külön világ. Mindig egyedül játszottunk, mindegyikünk egy másik sarokban féltve irigyen egymástól játékainkat. Te is, én is, a másik kettő is. Soha semmit el nem mondtunk egymásnak. Akkor sem. Később sem. Iszol még egy viszkit? Drága. Ógyan. És a mákos hajú bártender már csörgeti a jeget a poharakba. Neved szemrehányásnak, de veled sem beszéltem annyit ötven év alatt, mint most hogy eljöttél Kaliforniába. Végeredményben én épp annyit tudtam rólad, mint te én rólam. Most ismertük meg egymást, most lettünk igazán testvérek. Amikor megöregedtünk, amikor már késő. Strangers in the night. Ezt játszal Magnó, Frank Sinatra énekel. Mellettünk a pultnál a farmer nadrágos, kalapos gátépítők, sápat arcúak és részbőrűek. De jóformán nem is hallom a zenét. Nem látom ezt a vadnyugati bárt bíborfényű lámpáival, édeskés cigaretta füstjével. Makacsul, és mind reménytelenebbül ragaszkodni próbálok az én emlékezésem valóságához. Az indiános dihoz, meg ahhoz, hogy volt egyszer egy közösség, anyánk, apánk, meg mi négyen. És egyetértésben éltünk, mi a gyerekkor boldogságában, ők ketten a szeretetté oldott szerelemben. Fiatalon ők, apánk és anyánk négy gyereket akartak, négy fiút, testvéreket és nem azt, amivé váltunk. Négy egymásnak gyerekkorunkban is, felnőtten is idegent, akiket csak a család név köt össze, meg hogy hasonlítunk egymásra. Semmi más. És lassan engednem kell. Igaza van az öcsémnek. Én emlékszem rosszul, vagy inkább én akartam rosszul emlékezni mert jó lenne egy ilyen emlék, mint az indiánosdi. Ez a három hét Kaliforniában, Nevadában az öcsémmel felkavart mindent. Soha egy emberültő alatt nem beszéltem ennyit a múltról, az ifjúságról, a gyerekkorról. Igyekeztem elfelejteni, vagy nem gondolni rá, mert rettenetesen hiányzott Anélkül, hogy tudtam volna, hogy sosem voltunk mi négyen együtt. Négyen voltunk csak, négy egymásnak idegen. És most, napokon át a sivatagban, a havasokban, miről is beszéltünk volna, én meg az öcsém, mint a múltról, amit ő faképnél hagyott, de amely életem szintere most is. Nem szabadulhatok tőle és csak itt messze merem magamban átalakítani azzá, ami ennek szerettem volna, és ami hiányzik. Most már pótolhatatlanul. Még egy viszkit? Késő van. És kint újra kerülgetjük az agyagos tócsákat, drótkötegeket, téglákat az alakuló városban. Palókon megyünk át, gödrök az utakon, messze valahol már néhány magas ház, reklámfényjel. De itt a felvonulási épületek csak, septiben kitűzött oszlopokon gyér fény. Nem ez a fény, a bár bíbor színe, a reklámfények forgó, zöldje sárgája világítja meg a motelhez vezető utat. Az öcsém megáll a latyakban, hallgat. Aztán azt kérdezi, csak egyet nem értek, miért gondoltad, hogy mi négyen gyerekkorunkban indiános dit játszottunk? Árman a szomszédságból. Mercedes ott áldogál a Sörház utcában. Lehet, hogy nem is Mercedes. Adler is lehet, Fiat is, Renault vagy Opel. Kisé nyomot orra gyanussá teszi, lehet, hogy Citroën. Olyan öreg, hogy se fajtáját, se korát nem lehet megállapítani. De ott áll. Hol a négy kerekén az úttesten, hol kettő a járdán, a másik kettő gumiabroncs nélkül, két sámlin az úttesten. Ez a leggondozottabb, legféltettebb autó az egész mellékutcában utcában, sőt, talán a messzip környéken is. A gazdája már kora reggel megmossa, kifényesíti az ablakait, leporolja az üléseit. A színe időnként változik, hosszabb idő óta fényes, újra meg újra szeretettel dukkózott fekete. De volt már méregzöld, és rövid ideig harsány, csalogató vörös. Változtak az ülései is, a kisé badar, tarkamintás vászonhúzat helyett most élénk piros, ez illik a feketéhez. Mindene megvan, hibátlan egy kocsi, a hűtője, a motorja, a fékje, a kuplungja, A két lámpája, régiesen előre gúvadva, kicsit bazedovosan. De üvegén azért visszavakít a nap, ha betéved ide a délután a szűk mellék utcába. Olyan öreg, hogy sokáig kívül volt a dudája, narancsszín gumiból, de ezt a gazdája már régen leszerelte. És kiszerelte többször is a motort. Általában féltő és gondos szeretettel maga csinál mindent, ki nem adná a kezéből és figyelméből. A dukkózáshoz is beszerezte a felszerelést, emelőket is vásárolt. Apró cseprő fogókról, csavarhúzókról nem kellett gondoskodnia. A gazda lakatos. Valahol messze lakhat, itt a pincében, előtte az autó. Csak a műhelye. Már nagyon korán megérkezik. Láttam, első pillantása alig ért a sarokra, a kocsi. Megáll előtte, babrálgat rajta, alánéz, kinyitja a motorház fedelét, rendben-e minden. És mindenkor a reggel megállapítja. Nincs itt semmi baj. Nem lopták el, nem szereltek le belőle semmit. Az autók, melyek a Dunapartról ott fordulnak be a Mercedes mellett, széles ívet írnak le, mint egy tiszteletből vagy féltésből, ahogy egy lelkiismeretes sofőr vigyáz a járda szélén tétovázó öregemberre, messze tőle mennek tovább, meg ne A gazda nyitja a redőnyt, felugrasztja, még habozik, lemenjen -e már, vagy sem. De visszafordul, még egyszer felemeli a motorház fedelét, bent van-e a motor? Hát persze, hogy bent van. Kilopná el egy öregtől a botját. Aztán lent van a pince műhelyben, neki lát egy kulcsnak, zárnak, jönnek az inasok, dolgoznak, kéken serceg a vak helyiségben a hegesztő, de nem bírja sokáig az inasokra bízza az apró munkát, felmegy, meg kell nézni a kocsit. Leszerel róla valamit, gondosan és szakértelemmel újat csavar a helyére. Egy pillanatig megnyugszik, majd lekiált valamelyik inasért. Jöjjön, ki kell emelni a motort. Innen a járdáról az üvegen át látni, ahogy odalent apró részecskéire szerelik szét, egy ponyván gondosan szortírozzák az előbb benzinnel megmosott, régi életre fényesített alkatrészeket. Aztán újra összerakják, talán valamelyik fullatak szelepet cserélték ki frissen lélegző újra, talán csak egy csavar lötyögött, és íme újra egyben a motor visszarakják, a gazda egy kis olajat fröccsent ide is, oda is, nyilván a megfelelő helyre, aztán ráhajtja, rázárja a motorház fedelet, és megy le vissza a kulcsokhoz, zárakhoz, kovácsolt vasakhoz. Ott a kocsi, indulásra készen, de a gazdát soha senki nem látta még az ómódi, emelt volán mellett, hogy kipróbálja, elindul -e. Egyesek szerint soha benzin még nem volt a kocsiban, mióta megvásárolta. Vitatkoznom kell ezekkel, hisz állampolgár ez a kocsi a többi között. Rendszámtáblája van neki is. Néhányan látták, hogy a saját kerekén gurult, szögdécselt ide a mellékutcába, de a többség azt állítja, teherautón érkezett. Mikor történt ez? Mióta áll itt indulásra szüntelenül előkészítve? Ez az egyetlen, amit biztosan nem tudok, de senki a szomszédságban. Úgy hozzátartozik a maga mozdulatlanságával, mozdíthatatlanságával az utca képéhez, olyan tiszteletet követelően, mintha mindig ott lett volna. Néha a gyakran arra siető, én is megpróbáltam már, óvatosan, hogy a gazda ne lássa, a kerekek alá néz, nem vertek egy gyökeret. Olykor azt hiszi mindenki, kész is már a kocsi, használni lehet, mint egy régi vasalót, rozsdás mágdarálót, csak parázsló faszén gondosan válogatott mák kell beléjük, s benzin a kocsiba, mindene tökéletes, a gazda már a rendszámtáblát fényesíti, feszesen duzzadnak a gumik, munkára kész a motor, nem csak hogy indulhatna a kocsi, repülhetne is akár, mint az álom, mint a költészet, a saját és nem a pegazus szárnya röpítené. Mert ez a Mercedes lassan átalakult álommá, költeményé, költemény fekete karosszériában, jó rímek helyett, jó abroncsokkal, lámpákkal, puha ülésekkel, muzsikáló dudával, hegykemotorral. Egy ember álma, költemény. De azt hiszem, sosem indul el. Ott marad mindörökre, egyre újulva, frissülve, félig a járdán, félig az úttesten, és óvatosan, tisztelettel kell még a következő évszázadoknak is kikerülnie. Mert ha a gazdája egyszer elindítaná, boldogan feldovogna indításkor, neki prüszkölne, hisz unhatta az ácsorgást, de a gazda csak fényesíti, csinosítja, soha el nem indítja, mert talán tudja, magával vinné a céltalan semmibe az életét. Sem valóban így volt-e, vagy csak álmodtam, hisz álmodhattam is. Aludtam én még hajnali ötkor, ahogy adventi hajnalokon ministrán is ijedtem. Útközben az alvás is kísért, az álom is. Így aztán lehet, hogy igaz volt, lehet, hogy az álom rajzatta elő titokzatos mékasából őket. Hajnalonta Nálunk az utca tele volt törpékkel. Ádvent, sötét még, Szembefújó, homokfinom hó, Égtek sárgán az utcai lámpák, Világított sárgán egy-egy ablak, Lobogtak sárgán a sarki templomban a gyertyák. Én siettem, és riadozva meg-megálltam, Innen is, onnan is, világítatlan mellékutcák barlangjaiból apró emberek tűntek elő, aprók, de nagy fejűek, szabályos vagy torz arcúak, férfiak és nők, és ki tudhatta, öregeke már, vagy esetleg még fiatalok, ki olvashatná lekorát egy törpéről. Mennyien és mennyien! Némelyik kis púpocskával terhelten, Mások csak zömöken, sovány ritkán akadt köztük. Bundácskában, füles gyereksapkában jöttek. Az egyik, erre nagyon emlékszem, mindig tulipirosra festve, hajadón főtt, fényes, fekete bubi frizurásan. Jöttek. Mindig egyedül, mindig magányosan. Hisz melyik törpe tart össze a másikkal. Áldogáltak a sarkon, méregették egymást, sepert a hó, siettek a templomba. Ki tudja, mit kérni az Istentől? Szerencsét vagy sudártermetet? Gyerek voltam, csak meg megriadtam e furcsa gyülekezettől, de nem féltem tőlük. Hisz Zoli Bohóc, az apám ivó cimborája, amikor nálunk ebédelt, hat párnát tett alája az anyám, hogy az asztalt elérje. És nem csak törpéket ismertem. Tele volt a mi szomszédságunk, van belőlük most is, kegyelműekkel, jámbor lélektelen lelkekkel. Ismertem őket is, fricikével, a nagy erejűvel még együtt is jártam néhány napig iskolába. Honnan került ide, Hová tűnt, senki sem tudta. Éjszakára vackot csinált magának a száz éves konyhájában, Krisztéknél vagy a kis piszkosban, de aludt nálunk is a kemencék mellett a melegben. Ismertem őket, és sosem tudtam, nem is érthettem, vajon ugyanaz fájhat-e nekik is, mint nekem, ugyanannak örülnek mint én. Hisz ki törpén, ki félkegyelműn, azért emberek, pislog bennük is a fény. De milyen fény, és minek a fénye? Frici eltűnt, de az egyik törpe, innen gondolom, hogy valóban nem álmodta őket, sokáig élt. Nem csak így, hajnalonta, de nappal is. Csúnya parányi hölgyecske, vedlő pézsmaboa a nyakán a térdéig ért. Minden misén ott volt, egyszer a járda szélén térdepelt és imádkozott. Milyen vallásos, mondta meghatottan Péjé, az akkor még fiatal költő. Anyám, már ilyen volt, azt felelte rá, még csak az se legyen? Hát persze mi egészségesek, ő, az anyám egészséges. Lehet, hogy a keppes hölgy, így hívtuk egymás közt a költővel, még mindig él valahol, aprócska lábain, bőréig vedlet boájában. De hol van már anyám, hol a költő anyja? És most az italboltban. A friss, ropogó zsuzsika éppen csomagolja a bort rágyújtottam. Váratlanul mögöttem egy élénk hang. Szabadna egy kis tüzet? Hátrafordulok, pattintom az öngyújtót. Két ábrándos, párás kék szem. Egy kis fiúé. Ennyit látok csak. Eloltom a lángot. Hány éves vagy? Tizenhárom. És rápirítok. Már dohányzol. És ekkor már nem csak a két gyerekszemet látom. Látom a ferde, torz, mint egy gyors és rossz öltésekkel összerántott arcot. Látom a balvállát, amit egy púp magasba a füléig nyomott. Látom mozdulatlanul lógó ágacska vékony balkarját, jobbjában, minden újja esetlegesen, kitekerten célszerűtlenül a helyén a bizonytalan filteres cigarettát, és látom félre csusszantott derekát, látom befelé fordult gacsos lábait. Ez a test, ez a szép kék szem, ez a tévedése, önmegcsúfolása a természetnek. És újra lobbantom az öngyújtót. Akkor minek éjek? Feleli sokára. Zsuzsika kinyit egy fél decis rumot. A gyerek csak a száját nyújtja a pult felé. Zsuzsika megitatja. A gyerek fizetni akar. Á, legyen Zsuzsika, majd a törött üvegek közé írom. Zsuzsika nem szól többet. Köztünk és a gyerek közt az édes kés füst. És nem tudom, zsuzsika is szégyenli magát. Mert én igen. <Szor> Mennyi öreg asszonyt láttam én, és látok most is, de mennyit. Amikor gyerek voltam, köszönnöm kellett ennek is, annak is. Így illett a belvárosi lakosnak és különösen, ez természetes is, egy pékbolt tulajdonos a gyerekének. Hisz, mennyire világos, aki ott járt az utcánkban, ott élt az akkor még javarészt régi házakban, az nem csak sétáló, csarnokba siető volt, hanem vevő is, kuncsaft. És vigyázni kellett az ismerősökre épp úgy, mint az ismeretlenekre. A meseszép simonyi márjára, a tűvékony lábain tipegő, panoptikumi vásminkkelt pálmai ilkára épp úgy, mint akinek a nevét se tudtuk javarészt, csak jelenlétét ismertük. Az a sok öreg asszony, és az a sok akkor még fiatal szép derék szorgos háziasszony. Mennyi ismeretlen? Legalábbis nekem, mert ők ismertek engem, én őket nem. Én csak köszöntem nekik, és köszöntünk mind a négyen fiú testvérek illedelmesen köszöntem az akkori öregeknek, az akkor mostanra megöregedett fiatalabbaknak, köszöntem illemből és természetesen üzleti érdekből. Így lassan az évtizedek folyamán nevek nélküli arcokat ismertem meg. Megismertem a névtelen, de mégis ismerős környezetet, amelyben élek. Köszönj, bökött oldalba az anyám. És köszönök most is a sok-sok öreg asszonynak, akiket fiatalnak láthattam még. Köszönök, ahogy az ő útjukat járom, kényszerből, háztól a csarnokig. Visszaköszönnek, ki méltóság teljesen, ki meg is állít, érdeklődik. Ők tudják, én ki vagyok, én honnan tudnám kicsodák. Az eladónak meg a gyerekeinek neve van a vevőnek nincs. Az a sok régi ház gyerekkoromból javarészt eltűnt. Öt emeletes bérházak épültek a helyükre. Lift van ott, ahol a régi telken még húzós kút volt. Mire a házak felépültek, kihaltak a lakók, újjak költöztek be. De régen volt ez is, már az újak is megöregedtek. És ide tartoznak akár az elsuhanó civil ruhás apácák, köszönj, hallom most is, és mondom, dícsértessék, akár a vízzel teli, vastaglábú, meg megálló néni, kezi csókolom, akár a szikár, gótikusan tragikus arcú hölgy most is, mintha egy századvégi fotográfia lépett volna ki keretéből az utcára, kezi csókolom, akár a fehér bottal biztonságosan botorkáló özvegy, biztonságosan megy vakon is, hisz itt született, itt élt, kezit csókolom. Akár az a sok kövérkés, soványkás nagymama, dédmama, csarnokból cipekedve, unokát az óvodába kísérve. Én csak látom őket évtizedek óta. Ők ismernek is, Nyilván számon tartanak, mint életük egy mellékes, de mégis létező leltári tárgyát. Köszönök nekik, az öreg asszonyoknak, de ahogy az évek múlnak, egyre kevesebbnek, és megyek a mi utcánkon, és már nekem köszönnek, jól nevelten, fiúk és lányok, s látom a tétovaságukon, hogy akár csak én valamikor a nagyanyjukról, dédanyjukról, ők se tudják rólam, kicsoda, micsoda vagyok. Annyit tudnak csak, hogy köszönni kell. Köszönj, mondhatták nekik is. Hiszen mi itt még most is, változatlanul, akarva, nem akarva, a hajdani nagy család vagyunk. Azt is mondhatnám, egy rezervátum. Mennek ezek az öreg asszonyok fájós lábbal, ki görbülten, ki rátarti egyenesen, látom őket, köszönök és köszönök, és senkiről sem tudom, kicsoda. Arról sem, aki egy szép napon eltűnik, és a templom ajtajára kirajszögezik a gyászjelentését. Ez és ez meghalt, élt 75 évet, 85, 85, meghalt türelemmel viselt szenvedés után az örökké valóságban bízva, meghalt csendesen elszenderedve, gyászolják ezek, síratják azok, soha el nem felejtik, emlékezetüket megőrzik, hálásan amazok. És nézem a gyászjelentést melyik lehetett a sok közül, melyikük tűnt el, s figyelmesen járok az utcán. Nem, a gótikus jelenség még él, most lépd el a csarnokba. Nem, él a vízzel telt lábú néni is, vonszolja magát a misére, hallgatni az aranyszájú balokpátert. Ki tűnt el? melyik lehetett a gyász jelentés? Mert most már csak az. Egyszer talán így keresnek majd engem is. Én tűntem -e el az ismeretlen, akinek köszönni kell? Vagy megvagyok még? A világ vége kétszeri átszállással. A világ vége kétszeri átszállással ha nem késed le valahol a csatlakozást, 35 percnyire van a házunktól, a belváros közepétől. Háztól hegyig 35 perc. A kert nemrég még dudvás gazos domboldal volt. Most vörösen roskadnak a megyfák, színesednek, gömbölyödnek a barackok, Felvillan a madár etető körül a mandula ezüstje, parányi gömböcskék már a nyeszlet szőlőfürtökön, formásodik a téli körte, és bőven terem majd, milyen szép halványzöld a gyümölcse, a Magyaró is. A kert a gonddal megtervezett természet. De a gaz azért szalad most is a fák, virágok között szétterpeszkedik, a hajdani vadon nehezen enged szerzett jogaiból. Fulladozik a liliom, kardvirág, a harangvirág kinnlódva szólaltatja apró csengetyűit, a gaz rátapad, körülfonja. Együtt virágzik a liliommal, kardvirággal, harangvirággal ő is. A magas, lengő szakállas fűből ágaskodik a rózsa, bontja, levegő után kapkodva szírmait, reggel még bimbó, most a melegben estére vörös, illatos pompában ellobban, tele remegő vérfoltokkal a fű. Micsoda harc ez! A vadon támadja, magáévá akarja tenni, megsemmisíteni a kertet, a gondosan kiválasztott magvakból, palántákból felnevelt, életre, növekedésre locsolt kultúrát. De az a vékony, fekete, a víznyomásától meg megtekergő kígyó, a locsoló cső nem lát semmit. Az se igazodik ki, akinek a kezében. És egyaránt serkenti frissebb, burjánzóbb életre a nemeset és a gyomot a célszerűen tenyésztettet, óvottat és a hajdani helyét visszakövetelő fattyú ősvilágot. Dús permet a rózsáknak, hány fajtája van itt, hány tő bujik meg, fuldokol a derékig érő fűben, és ébrednek alértságokból. Mennél több permet a rózsáknak, a pompás nősziromnak, a levendulának, annál több a terpeszkedő gaznak a rózsa és nemesi címerű társai épp, hogy elégedettek. Bezzeg a sok neve sincs gaz, egy csepp is elég, és fellélegezve, vidáman, fürgén terjednek, kúsznak. Áthatolhatatlan, kiismerhetetlen ez a kert, és ez a varázsa. Mint valamikor az ős időn, amikor az Úr parancsot adott a növényvilágnak, nosza, fogjon neki az életnek! Itt is, e kertben, a világ végén, harcol minden talpalatnyi földért a Dudva és a Rózsa, a Berkenye és a Karalábé, Bogáncs, Utilapú, és a pompás nőszirom Levendula. Csak az eperbúvik búvik megriadtan, egy-egy rózsatő, egy-egy kék csillagvirágos gaz alatt, sápattan, mintha nem is itt, e széljárt a napos dombon kínálná gyümölcseit, hanem pincében, sötétben. Páva bácsi, vaskos kis öreg, időnként felkapálja a kertet, az utacskákat, ezeket a tesséklásék kis csapásokat, és ahogy kapál, ahogy halad, ahogy tisztul az út, a kert, mögötte már dugja is ki fejét a gaz, szétles, int, és gyorsabban, dúsabban zöldellik, virágzik sárgán, kéken, pirosan, mint a rózsa a százszor szép. Nem lehet bírni a gazzal, mondja Páva bácsi. De azért kapál tovább, és megy utána a hajdani vadon. A hajnalok, fákon, virágokon, gyomon, gazon túl, odalent a város. Párában, alumínium szürkében az autóbuszgarázsok, hosszan elnyúló gyárak, fehér, cikcakos tömb, úgy fehér ilyenkor, mintha éppen bő szappan habban mosnák az épülő lakótelep. Egyetlen szín csak, messze a gázgyár tömzsi, piros hengere. A Duna épp, hogy felsejlik sötét zölden, akár a jegenyék sora, és egy mozgó, fehér sáv, a helyi érdekű most érkezik Akvinkumba. Aztán a túloldal egy másik világ, az már Újpest, csak tudni lehet, hogy Újpest látni nem délben majd kibontakozik magas házaival, gyáraival. Az esték, csak fények már, tarkán szerte szóródva a szemközti dombokon, és világító füst csíkok, a téglagyárak, a sejem kikészítő. A teraszon ég a lámpa. Csak az asztalt világítja meg, és féloldalasan a rúzsákat, szarkalábakat, a levendula bokorrá összebújó kék szálait. És a gaz szőke szakállát, apró, színes, soha nem hervadó virágait. Zsuzsa vendég. Átnéz a túlpartra, fázik. Az ott mi? kérdezi. Fót. És jobbra? Ahol az a csiricsáréneon világít. Alag. Ez a virág micsoda? Mi a neve? Letép egy szál sárga virágú gazt. Nem tudom. Szerintem szebb, mint ez a sok rózsa. Gaz, ki kell írtani. Rám néz csodálkozva és kicsit csalódottan. Gondolod? hűvös van, pulóvert kér. Ha az ember túl van az ötvenen, és elérte, amit elérhetett, azt hiszi legalábbis jó perceiben, övé a világ. Mindent tud, ismer, amit tudni akart. Enyém a világ, mi várhat még rám, nem igaz? Egy pillanatig elhallgat. Ismerjük régóta egymás hallgatásait is. Aztán szeretne kiszakítani magának a világból annyit, amennyit csak az övé, amiben nem közösködik. Bírvágy, mondták volna régen, de nem igaz. Elértem, amit elérhettem, büszke is lehetek, meg keserű is, hiszen felismertem saját korlátaimat, és mégis, még valami kell te ezt a gazt látod a legszebbnek. Várj, megszereztem magamnak azt a valamit. Egy telek a budai hegyekben. Rajta vikendház, persze összkomforttal, hisz hideg-meleg víz nélkül hogyan vonulhatna el a világ, a megszerzett világ, no de főleg önmaga elől valaki. A kert maga a rendetlen paradicsom, akár csak ez itt, paradicsom. Ezt sokszor mondtam, és ámultam gazdagságomon. Mégis rendet kéne tenni ebben a paradicsomban. Lótok, futok, végre egy kertész. Azt kérdezi, hogyan alkossa meg a kertet? Felnevet. Megalkotni, nem furcsa? Egyszerűbben, mit hagyjon meg, mit ültessen. Azt, és rámutattam egy sárga virágosan borzas bokorra, ott folyt árat, habzó áradásával, még a házikót is fenyegette. Abból sokat! A kertész először nem értett, és amikor erősködtem, kinevetett. Az a nékem tetsző apró virágos növény gaz volt, a legfalánkabb elsőnek azt kellene kiírtani. És kiírtotta. Egy hét múlva eladtam a telket. Rágyújt, tűnődik. Ha ötven elmúlt az ember, elégedjen meg azzal, amit megszerzett, hisz azt se igen tudja megtartani. A hegyek, a hármas határhegy előhegyei, lépcsők szinte fel a csúcsra. Sosem tudod, melyiken jársz. Itt most éppen, tisztán hallod lentről a buszokat, vonatot, a nappali város tompazaját, erdőből erdőbe tévedsz. Erre a kék jelzés felvezet valahová, és már véget is ért a takaros utacska. Vízmosáson, köveken csúszva, ágakba kapaszkodva jutsz egyre följebb, a kékjelzés már lekopott a fákról, zöld homályában borulnak össze a lombok, borostyán lepi alattuk a földet, kúszik fel a fákra. A halhatatlanság borostyánja, milyen kíméletlenül folytogatja a bokrokat, fákat, az életet. Csend! most már csak csend, azt érzed, te vagy erre felé az első ember. Nem járt itt még soha senki. Nem is jár soha. Senkivel se találkozol, csak a csenddel. Hisz még madár se csivog, csipeg. Fel a vízmosáson, aztán újra lefelé, kőrisek állják utadat. Galagonya terül el a köveken, vízmosás, de újra ott a kék jelzés, visz valami cél felé tehát az út, és hirtelen véget ér az erdő, végtelen tisztás, apró lúcfenyőkkel beszegve, és messze a pilis, a dobogókő. Azok a füstkék hegyek, az a vonulat, azt talán már túl van a Dunán, és csend itt is. Megtaláltam a világ végét. Hol lehetek? Hová juthatok? Még néhány lépés, és váratlanul emberek. Hárman, leterített pléden, fürdőruhában egy fa alatt. Hol vagyok, bocsássanak meg? Kérdezem. És egyszerre milyen furcsa, hisz az ember nélküli világ végének örültem eddig. Jó kérdezni az elveszettségemben. Az ott lent látja, és az asszony tétován mutat egy jegenyesor or csücskeire. A solymári téjesz. Minden elérhető. Hiába menekülsz, elérsz valahová. Akkor is, ha nem akarod. Az erdő mindig véget ér. Végtelen jegenyesor, sivító malac ólak, szépen rendberakott széna, végtelen borostyán szín kukorica csövekkel tele telehalmozott emeletes górék. És már a falú széle, félig még a réten az első házak. Magas kerítések, túl ágaskodik rajtuk a bazsarózsa, első áldozási rózsaszínen, tulúzlotreki lilán, kicsit fakó, perzselt levelekkel, hisz régen járt erre felé eső. És már lent a főúton. Lehet itt inni valahol? Parasztasszony, bő, fekete szoknya, feszes, petyes, fekete lajbi, főkötő, magas szárú cipő. És válaszol magyarul, furcsán éneklően. Barra tessék menni, mindjárt a templom mellett egy Volkswagen stoppolle mellettünk. A volánnál citromszőke fiatal nő, akár egy nyugati magazin címlapjáról ültették volna oda. A hátsó ülésen két kinyalt tengerész, két kisfiú. Az ablakban morc tigris, az eszó benzinvállalat ajándéka. Grossmotté, szól ki, s bár lekottázhatnám, ahogyan folytatja, Mrr. szét! Nyitja a nagymamának az ajtót, és magyarul folytatja: Bújjon be már, elkésünk! Elszalad a kocsi, nyugatnémet a rendszáma. A borozó előtt is, akár egy díszelőadás autóparkja, nyugatnémet kocsik. A terasz tele nyloninges férfiakkal. Verik a blattot. Az ing nyugatnémet márka, a kártya zsírosodó magyar gyártmány. A bor is magyar. Vitatkoznak, se magyarul, se svábul. Verik a blattot a rokonok, az itteniek és a kocsin érkezettek. Egy fiatalember, feszülő, világos kék nadrág, olasz szandál, de ingén az Omega együttes jelvénye, az egyik öreg kártyái közé nyúl. Nem lát a szemétől, és hozzáteszi. Tén musz man. És kiveszi az apja kezéből. Az asztalra csapja a tök bubit. A temető nyájasan szinte hivogatva. Kert ez is, lakályos, minden keresztet, sírkövet ellep tüntető, gazdag csokraival a futó rózsa, piros életet hirdet a széttárt karu, máló műkő Krisztus is. A kerítés mellett, a sínek mentén, a kutyával vagyok, nem mehetünk be. Csak innen, kitiltva a mulandóságból látom egy pillanatra, hol fekszik anyám, apám milyen gazos virágos a sírjuk. Hiába ápolom, a világ vége tenyészete vette birtokába azt is. És jó ez így. Mellettünk zeng a távíró vezeték, kocog el egy tehervonat. A kutyám leszalad a betonmederbe terelt patakhoz. Kiszáradt. Alig csöpörög valami víz szomjas vagy? Visszarohan, liheg, ezzel felel. Egy fröccs a cserepesnél, egy pohár víz a kutyának. Vedd izzasztó kerthelyiség. A kerítésen túl sírkő kereskedések. Műkő keresztek, műkő Krisztusok egymás hegyén hátán. Némelyiket még csak javasolja Vénusz úr, a sírkőműves, másokon már aranyban olvasható: Ez meg ez nyugszik itt, ekkor született, ekkor halt meg, várja az örök feltámadást. És még kutyám boldogan lefetyeli a vizet, eltűnődhetek. Apám, anyám boldoge odaát. Túl az országúton, a kocsmán abban a gizgazos túlvilágban, vagy visszakívánják életük gyötrelmeit, hisz úgy szerettek mind a ketten élni. Apám, aki mohón épp, hogy belekóstolt az életbe, és kifosztotta. És anyám, aki oly hosszan élt, hogy talán mégis inkább a túlvilágot választja. A téglagyárak Ahogy eltűnik az országút menti zsinagóga, téglagyár, téglagyár mellett. Ez a zsinagóga. Meg kell állni. A homlokzat mózesi kőtábláin még a félig lemált, rejtelmes héberbetűs igék, de az ablakok befalazva, csak kettő nyitva, az egyikben fuxia, a másikban Arccal a napnak, uborka kovászolódik hasas üvegben. A kertben muskátli, szappanvirág. És egy üres teknő. Nyilván nagy mosás volt, hosszú dróton szárad a fehér nemű. Egy keskeny út, meredek, fullasztó, pihenni kell. Vissza kell nézni. A téglagyár. Sivár, vöröses-sárga épületek, sivár, sárga füst, és sivárak, sárgák, ahogy kapaszkodunk felfelé, a hegyoldalak. Egy-egy kráter, egy-egy furcsa amfiteátrum, innen válják ki az agyagot. Fantasztikus, világvégi világ. De ebből épült fel tegnap előtt, tegnap, épül ma is a belváros. A fű, a vadvirágok, a gaz megadóan mondanak le életükről. Viszik az agyagot, és vele őket a kotrógépek. Tünékeny életüket átadják a maradandóságnak. Minden új téglában egy icipici benne van az ő lelkes, burjánzó életükből. Fent vagyok már, Kráterek, amfiteátrumok, egy, kettő, öt, számolni se tudom. És azt sem, hány embert tereltek be annak idején odalent a téglagyárakba. Egyre emlékezem. Üzenet innen, egy öregedő, halára ítélt asszony: Mentsen meg! A kutyám előre szalad. Fel a vadvirágos, tarka dombra, Félelmetes szakadék, Alatta az agyaglejtő, És eltűnik. Hívom, kiáltok, Sokára jön elő. Pofájában egy kopott fogkefe. Megyünk tovább, Még feljebb, Derékig gazban süppedezve. Kihúzom a lábam, Cipőmön egy mosószer műanyag üvege. Hová tévedtünk? A kutyám újra eltűnt, újra ott van. Most egy tarka ronydarabot hoz, valaha pulóver lehetett. Virágzó, zölden dús ez a hegyoldal, de a lába megint beleragad. Puha, ideiglenes a talaj. És ahogy megyünk, nagy halmokban szalagok itt egy fél pár női, odép egy pár férfi cipő, spárgával összekötözve gyerekszandál, végtelen, megfakult filmszalagok liányai, világvégi tenyészet ez is. A kompak vállalat bérelszámolási listája az ismeretlen, kék, csillagvirágos gazban. Egy vöröses szőke női paróka, meglehetősen jó állapotban, a rádió újság makulatúrája, piros, sárga, kék műanyag dobozok, savanyú cukros taniclik, egy nadrág, egy inggomb, csorba teljes üvegek. Valami habos, fehér anyag, vakító felhő a zöldön, a szemét szürkéje. Megyünk, Lábolunk, bokáig süppedve a szemétben, gazban, vadvirágban. Egy ingfél ujja, egy hangversenybérlet, egy lábas, még ott ragadt az alján a pörkölt vöröse. Autóbusz jegyek, fakuló kéken, használtan. Foszlott, sárguló rongy, lepedő lehetett és a szag, a vadvirágoké, a gazé, az elmúlás folytogató szürke szaga, a szeméttelep. Tegnapi életünk. A kutyám borzas pofájában filmszalaggal rohan elém. Köszönöm, megköszönöm, mert kínálja. Hadd lássuk! Az alkonyat maradék fényei felé tartom a filmszalagot, egy fiatal pár, az asszony karján gyerek, mosolyog rám. Három ismeretlen, soha meg nem ismerhető ember. Övék volt a női, a férfi cipő, a gyerek szandál. Ők jártak a fakult jegyekkel a buszon, mostak a mosóporral, a férfi dolgozott a kompak vállalatnál, az ő bérét olvashattam le a szalagról. És a kutyám eltűnt. Újra visszajön, pofájában egy szalaggal átkötött levélcsomó. Nyújtja, megköszönöm. Nem nézek bele. Hát ha az ő életük került a szemét dombra. Indulás, mondom, lassan sötét lesz. A kutyám perdül, szalad. Egy dombocskán megáll. Sugár, karcsú napra forgó, ámuló sárga tányérjaival egy autógumi közepén. Füttyentek, megyünk tovább, megyünk haza. Alattunk már elhomályosodott, de íme tarka fényeivel most világosodik ki a város. A világ vége kétszeri átszállással, mert néha lekésheted a csatlakozást. 45 percnyire van a belváros közepétől. Hegytől házig 45 perc. Figyelem! Szintetikus hang következik. Üdvözöllek, szép napot! E-mail címem párkereső.prózákkukat.gmail.com Webhely párkeresőkötőjelprózák.blogspot.com Talán egyedülálló vagy, és párkapcsolati státuszodon változtatni kívánsz. Sokan különféle okok miatt egyedülállóként élik mindennapjaikat, közülük valaki számára mencsvárat tudnék nyújtani. Íri részemre, s ismerjük meg, vagy csupán inspiráljuk egymást. Olyan embert keresek, akivel egy összetartó párost alkothatnánk egy romantikus párkapcsolatban, társat, barátot, partnert, élettársat, házastársat, beszélgető, levelező, kiránduló vagy szabadidő partnert, egészségtudatos, gyermektelen nő személyében. Emélben tudjuk fölvenni a kapcsolatot vagy bármely csevegő platformon. További tartalmakért és egyéb információkért látogass el a kapcsolódó blogra vagy az onnét elérhető oldalakra, párkereső kötőjel .blogspot .com. Szívesen válaszolok a felmerülő kérdéseidre e-mailben, a megadott címen, párkereső.prózák.gmail.com vagy bármely csevegő platformon és a kapcsolódó blogon, ahol a mindenkori aktuális párkapcsolati állapotomról is tájékozódhatsz, valamint szándékodat anonim módon is jelezheted a levélborítékikon melletti üzenő alkalmazás segítségével. A videó és a kapcsolódó blog, valamint a Facebook, Instagram oldalak megosztásával szintén segíthet. Ha tetszett a videó, oszd meg bármelyiket Facebookon, Instagramon. Ha felkeltettem érdeklődésed, további információkat olvashatsz spacelink.net per párkereső. E-mail címem még egyszer, párkereső.prózákkukat gmail.com. Kapcsolódó webhely, ami további hangos könyvek, novellák és versek lelőhelye, párkereső kötőjel prózák.blogspot.com. ki a csatornám többi videóját, hát ha találsz még valami érdekes hallgatnivalót ezen kívül is. Köszönöm, hogy meghallgattad zenés hirdetésem, további szép napot kívánok!